Ejection accelerators. Status confirmed. Checking rapid ground controls. Status confirmed. Sequence initialized. 3, 2, 1, 0. Rampage mode activated.
Típő estét kívánunk minden kedves semleges térfél nézőnek. Hétfő este 8 óra a megszokott helyen, a megszokott időben, a semleges térfél YouTube csatornáján. Ezúttal is egy forduló kibeszélővel indítjuk az estét. Hát, hogy milyen hosszú lesz, azt nem tudjuk megmondani, de törekszünk a lehető legtömörebben, viszont annál szellemesebben és annál igazságosabban megbeszélni a heti eseményeket a Magyar Labdarúgás házatájáról. A ma esti beszélgető partnereimet engedjétek meg, hogy bemutassam. Itt van velünk Kollárik József a Balaganjó blog részéről. Sziasztok, hajrá magyarok! Itt van velünk Nagy Domonkos az etofutball.blog részéről. Sziasztok, hajrá Eto, hajrá magyarok! Itt van velünk Bődi Balázs a Lokomotív blog részéről. Üdvözlet és hajrá Loki! Én pedig még mindig blog nélküli vagyok, és Zöld Ádám a Nyíregyháza részéről. Nem sokára fog hozzánk csatlakozni ember Norbi is természetesen a VTTV részéről. Szabi élvezi, hol van olyan piszok mázista, hogy élvezheti a saját csapata mérkőzését itt a Zete ellen. Ő a későbbiekben fog a mérkőzést követően csatlakozni hozzánk, és frissen, ropogósan elmeséli majd a tapasztalatot a találkozóval kapcsolatban. Zoli közleménnyel készült, majd ezt valamelyikünk beolvassa, hát nem tudom, mert nem aprózta el kedves szerkesztőtársak, azt mondja, két oldalban írta aggájait a Győr Diósgyőr mérkőzés kapcsán, és Viktor helyett pedig én fogom elmesélni nagyjából, hogy mi történt a Budafok-Tiszakécske találkozón, ugyanis együtt néztük Viktorral a találkozót, ezt követően pedig utaztunk Domiékhoz, ahol egy kis rögtönzött túrán vettünk részt, ahol én magam is Viktorral, illetve Domival kiki a maga helyén és módján tekintette meg a Győr-Diósgyőr találkozót, úgyhogy csapjunk is bele, azonban mielőtt egy picit a hazai vizekről elevickelve visszatérünk, ugyanis hétközben, vagy a hét közepén volt egy válogatott találkozó, ami mellett azért nem nagyon tudunk szó nélkül elmenni, ugyanis a magyar labdarúgó válogatott Andorra ellen 2-1-es verőfényes diadalt aratott. Hát megmondom őszintén, a találkozó, vagy az első két mérkőzésből kiindulva annyira nem lepett meg, bár én bíztam a csodába, és a mindannyian szerintem ilyen 3-4 gólos győzelmet tippeltünk. Hát ebből... Nekem majdnem bejött a tippem, mert én 2-0-t mondtam. Tehát Balázs, én azért ráéreztem, igen. Igen, nem véletlenül vezeti általában Balázs a tippjátékot, mert ő azért ezekre nagyon rá tud érezni. Úgyhogy hát nem is inkább a találkozó, bár arra is mesélhetnénk rengeteget, meg ki hogyan látta, hanem inkább Marco Rossi a mérkőzés követő nyilatkozatával. Ugyebár beszéltük korábban, meg több sajtóorgánum is írt, hogy Rossi beállt a magyar edzők sorába, és ugyanazokat a közhelyeket, frázisokat puffogtatta. Hát most eltért ettől az olasz szakember, és elég komoly kritikát fogalmazott meg. Kicsit burkoltan, bár szerintem aki úgy követi a magyar focit, az nagyjából érti, látja is, és el tudja képzelni, hogy kiről van szó, vagy kikről van szó. Említett itt klubokat, játékosokat, de akkor haladjunk szépen sorba. Nem tudom, kinek mennyire tetszett a találkozó. Én az első 20 perc után itt azt hittem, hogy hengerelés lesz, darálás lett, legalább 4-0 lesz, aztán nem tudom, mi a túró történt, hogy most Botka meg nem adott büntetője, vagy nem tudom, de szépen lassan átment görcsösbe a játék. Emellett én abban is bíztam, hogy egy picit jobban fog majd rotálni a kapitány, és olyan játékosoknak is lehetőséget ad, illetve egy olyan szerkezetet is kipróbál, ami eddig ismeretlen volt a magyar válogatott esetében, hiszen ki ellen, ha nem Andorra ellen, sajnos az én tippjeim nem jöttek be, de nem tudom, ki szeretné elmesélni az élményeit a találkozóval kapcsolatban, mondjuk akkor engedjétek meg, hogy Balázs. Azt akartam mondani, hogy én szívesen kezdem, mert pont rá akarok csatlakozni erre, amit mondtál, ugye beszéltük is a hétfői adásba, hogy el tudnánk képzelni egy ilyen 4-3-3-at hamis 9-essel, ha a Szalai nem bevethető, és akkor ugye nincs klasszikus támadó a kezdőbe, de mégis azért lehetne itt variálni, és erre ráerősített ugye Rossinak a keddi nyilatkozat, amiben ezt így előre vizionálta, hogy más hadrendet, más taktikát, és hogy két támadót fogunk majd látni. És akkor én így ezt így nagy naivan elhittem, hogy hú, hát akkor itt valami nagy támadó foci lesz, vagy egy tényleg egy 4-3-3, vagy valami 3-4-3. És hát az lett a nagy innováció, hogy ugyanúgy 3-5-2, csak most bekerül Szalai meg Sallai egyszerre a kezdőbe, és hogy igazából Schön volt a baloldali szárnyvédő, ennyi volt az innováció, Botka megkikerült a jobbra,
és így Fiola volt az egyik középső védő, ugye Orbán helyett, szóval semmi újdonság nem volt ebbe. Legfeljebb az előző meccsekhez képest, ahol mondjuk kényszerből kellett ugye Albánia ellen Szalait nélkülözni. Nekem így már emiatt is egy pici csalódás volt, hogy nem egy támadó csapatot láttunk, aztán én is azt hittem 2-0 után gyorsan, hogy na akkor jó, itt lesz egy ilyen búfelettető 4-5 gólos győzelem, azt akkor lenyugodnak a kedélyek, és nem, tehát nem lett az, értékeltetlen lett a 35. perctől, vagy még hamarabb is az egész meccs. Nagyon nincs is mit szerintem beszélni magáról a meccsről, mert ha egy Andorra ellen tényleg itt az utolsó percekben imádkozni kell, ahogy Rossi is mondta, hogy ne kapjunk gólt, az tényleg felér egy vereséggel, én szerintem. Abszolút. Józsi? Bocsánat, azt hittem, hogy jeleztem, de nem. Hát én azt gondolom, hogy a Rossi volt az egyetlen realista. Azért megmondta még a selejtező sorozat elején, hogy a harmadik hely az a realitás talán. Tehát tehát magyarul Albániával, azt hiszem Balázsral ketten mondtuk ezt, hogy az albán meccs az tényleg nagyon kemény lesz, és sajnos igazunk is lett. De itt most az van a az is van a háttérben, hogy egy kicsit kezdték kiismerni Rossinak a taktikáját, de sajnos ezzel a kerettel ezt tudja játszani. Ez elég volt eddig, amíg nem vették komolyan a válogatottat, mert azért legyünk őszinték, a válogatottunkat nem vették komolyan se a németek, se a franciák, és ilyenkor lehet meglepetést okozni. De amikor már direktbe rákészülnek, és tudják a technikai hiányosságokat a játékosoknál, látják, hogy a taktikában nem nagyon tudunk más felállásban játszani, és nem is kísérletezik a kapitány, akkor úgy járunk, mint az angoloknál. Tehát, hogy egy ilyen fél időt tudunk a magunk tempójában, vagy egy kicsit fölötte játszani, de utána elfogy a levegő, és vége. És sajnos a másik felé pedig az, hogy egyre nagyobb nyomás alá helyezik a kapitányt, különböző ügynökök, MLS és a többi, hogy ki legyen válogatott. Egyszer nem hagyják békén. És ebből neki most már kezd rohadtul elege lenni. Az, hogy olyan lobby tevékenység folyik, hogy ki legyen válogatott, hiszen sok játékost most, hogy volt egy kicsit sikeresebb EB, megpróbálnak külföldre eladni. És a játékos ügynökök, kifejezetten a délszlávok, ugye, igyekeznek nyomás alá helyezni a szövetségi kapitányt, mint régebben is tették, és hát Rossit nem nagyon lehet zsebre tenni, de sajnos az MLS neki ebben semmilyen segítséget nem nyújt, és azért lesznek ebből még én szerintem konfliktusok, sőt azt sem tartom kizártnak, hogy egyszer fogja magát feláll és elmegy Olaszországba. Mondjuk egyébként most szerintem ő a karrierje csúcsán van, mint edző, igazán őt nem jegyezték sehol addig, amíg a Honvéddal el nem érte azokat a sikereket, bár a Dacnál is egyébként sikeres volt, de valljuk be, azért a felvidék bajnoksága sem az egyik top bajnokság. De az biztos, hogy idejött, rendet rakott a csapatnál, egy kis rendszert vitt bele, és amit ezekkel a játékosokat el lehet érni, azt elérte. De ezt a szintet, ezt fönn kell tudni tartani, csak nincsen játékos utánpótlás. Azok a játékosok, akikre tud számítani, kezdenek kiöregedni. De Szalai Ádám, Fiola és a többi, akik valamilyen szinten még stabil nemzetközi szintet tudnak hozni, azok, akikbe pedig a jövőt helyezzük, azok pedig még nem kész játékosok. Hiába van egy-egy kiugró mérkőzésük, mint a Szobosztainak, vagy a Sönnek, vagy a Schäfernek, ahogy láttuk, sajnos még neki nincs kész csapata. Tehát egy olyan generáció, amire folyamatosan tudna támaszkodni, olyan nem nagyon van neki. Akik kész játékosok, talán azt tudjuk mondani, a Willi Orbán, a Gulácsi, most azokról beszélek, akik nem holnap fogják abba hagyni. De az a támadó szekcióban teljesen vakon vagyunk, tehát ott nulla. Középpályán, akire igazán lehetne számítani, csak egy Nagy Ádámunk van, aki védekező, most a Klein Heizlert nem sorolom a labdarúgók közé, tehát hogy akire igazán lehetne számítani, mint ilyen smart playerre, de tehát nem tudunk, tehát ez így borzasztó egyébként, nagyon rossz helyzetben van, és ugye a sikereket elérte, és a sikereket elvárják tőle, és most már nem bravúrként van elkönyvelve, hanem célként vannak azok elkönyvelve, amit ő bravúrként elért.
És sajnos ebben mi szurkolók is benne vagyunk. Nem, most nem pont magunkra gondolom, hanem azok, akik azt mondták, hogy egy Albániát 3-0-ra. Azok nincsenek tisztában a realitásokkal sajnos. És ilyenkor persze mi vagyunk a mindenfélék, akik megpróbáljuk hűteni a kedélyeket, hogy azért hátrább az agarakkal. Mi is szurkolunk a magyar válogatottnak, nem vagyunk edzők meg igazán szakemberek, de azt látni kell, hogy ebben a csoportban nekünk a harmadik hely is bravúr. Most valljuk be. És ezért látom azt, hogy Rossi borzasztó nehéz helyzetben van. Vagy békén hagyják, és meg türelmet adnak neki, és akkor neki is el kellene mondani, hogy kérem, most nem fogunk tudni olyan eredményeket elérni. Erre a VB-re nem fogunk kijutni azért, mert van egy olyan generáció, akit föl kell építeni. Csak ez a szurkolói generáció már 30-40 éve ezt hallgatja. Most én magamról beszélek. Amióta élek, az megy a magyar labdarúgásban, hogy na majd a következő generáció kis türelmet kérünk. Hol ezért, hol azért, hol amazért. És most már baromira elegük van az embereknek ebből, mert látják, hogy vannak csodaszép stadionok, tehát a feltételrendszer abszolút megvan. Itt most már szakmai hozzáértés és akarati tényező kellene, hogy legyen. És ezen most már nem tud azon segíteni a szurkoló, hogy kimegy és örjön is biztosítja a csapatot, mert van egy szint, ami fölött ez már nem elég. Most ott tartunk, hogy most már szakmai hozzáértés kellene, olyan játékosok kinevelése, amit 30 éve ugatunk mi is, meg illetve mindenki, csak éppen semmi nem történik, csak most már a feltételrendszer megvan hozzá. És ezért az emberek türelmetlenek, látják, hogy klubcsapatok elérnek sikereket, amit elmondtunk mi is, hogy nem magyar játékosokkal, és az embereket egy kicsit ilyen színes szemüveget húznak a szem elé, mindent színesben próbál látni, hogy milyen jó lesz, hogy majd a magyar válogatottal. Hát nem, sajnos, nem. Ezzel a magyar válogatottal nem. Majd, ha egy szoboszlai típusú játékosból, vagy olyan tehetségből lesz 3 vagy 4 egy csapatban, válogatott szinten, akkor talán. Meg olyan utánpótlás képzéssel, ami kurvára nincsen. A töménytelenül beöntött pénz ellenére sem. Tehát ez a gond. És ezt most már nem lehet lelkesedéssel megoldani. Nem lehet pozitív energiával, mint a Kelly hőseiben, hogy ezt már nem lehet bort inni és sugárzást gyűjteni. Tehát most már érteni is kell a tankszereléshez. Ennyi lett volna. Milyen remek film is a Kelly hősei, aki esetleg nem látta, mindenképpen pótolja. És hát tehát mondanám, hogy Domi egy más korosztály is talán máshogy látja, de hát sajnos vagy nem sajnos Józsival körülbelül egy generáció képviselői. Ő is azért már megélt, látott egymást a magyar válogatott, illetve saját csapata részéről, úgyhogy én nem számítok nagyon eltérő válaszra, viszont nagyon kíváncsi, hogy ő hogy látta ezt a válogatott meccset. Hát figyeljetek, nyilván nem láttam másként. Én azon szoktam agyalni sokat, mint nagyképpen a számokkal foglalkozom úgy általában, meg ilyen elemzésekkel úgy általában az élet más területén, és ugye a sportban is próbálok ezt, tehát nem ilyen magas szinten XG-kkel meg ilyenekkel, hanem hogy általában ilyen összefüggéseket figyelgetni, és ugye mindig az a kiindulási alap, hogy vannak, ugye csapatsportágokról beszélünk, és akkor, hogy a futball az a csapatsportág, ahol legkevés, tehát hogy mondjam, tehát ugye minden csapatsportágban, hogy nagyjából be lehet lőni mondjuk egy adott meccsnek a szereplőinek az erejét, és akkor a kimenet az a futballban szokott legkevésbé szokta mutatni tehát a kimenet, mint ami a tényleges erőviszonyok alapján lenne. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy ilyen teljesen tehát a váratlan eredményeknek azokon a többségben mondjuk így összesen, de sokkal nagyobb százalékban vannak olyan eredmények, amik ugye nem logikusak a számok alapján. Na most azért én azt mondom nektek, hogy azért amikor ilyet nézünk, hogy Magyarország Andorra, és most tényleg csak erre akarok fókuszálni, ez nálam olyan, mint hogyha mondjuk egy NB1-es csapat egy NB3-assal, vagy egy megyei csapattal játszana. És azért itt is tudjuk kupameccs meg ilyenek, ugye ott is vannak meglepők, de ez nagyon fájdalmas volt így. És tényleg a vége volt különösen fáj. Tehát én nem is értettem ezt, hogy most nem akarok előre szaladni az Eto kapcsán, de hogy most itt lélektan. Tehát az, hogy mondjuk az x-edik percben már 2-0-ra vezetünk is egyébként, akkor még tényleg sehol nem volt az ellenfél, és egy ilyen minőség, tehát azt mondom, hogyha a kis csapat
belelkesedik, mert lát valamit, az szokott néha meglepetést okozni. De itt az elején pont azt kellett volna látnia, hogy az volt a szituáció, hogy itt tényleg még annyi esélye sincs, mint amit magának elképzelt. És én ezt a részt nem értettem teljesen, tehát itt mutatkozik meg számomra az, hogy tényleg, tehát azért itt tényleg komoly, tehát a tudásunk az messze nem ott van, ahova itt most így sokan teszik ezt a válogatottat, mert hogyha így lenne, akkor nem így kellett volna kinézni ennek a meccsnek 2-0 után. És különösen a második fél időnek a második fele volt szánalmas, amikor ugye volt az a lesként vagy anulált gól, ami azt gondoltam, hogy na jó, akkor mégis kaptak egy ajándékot az andorraiak azzal, hogy elmondhatják otthon, hogy a szemét bíró miatt nem tudtak szépíteni. De basszus, de nem ez volt, hanem még utána is elkezdtek ott keménykedni, és most a szónak a jó értelmében, azon kívül, hogy tényleg most is azért kicsit lájtosabban, mint a hazai meccsen, de hozták ezt a pokrós stílust, ami továbbra is tartom a tavalyi állításomat, hogy ennek a nagy része, nyilván van egy ilyen mentalitásuk, de ez a tudásbeli különbség, meg azt, hogy rengeteg ilyen izé volt most is, hogy ütemet késtek, ami nyilván abból fakadt, hogy más edzettségi szinten vannak, hogy ilyen finoman fogalmazzak. És akkor berúgták azt a gólt, ami egyébként úgy tehát az is egy ilyen szintű csapat ellen, tehát ennyire elszámolni azt, hogy ott még lesz valaki ott a hosszún, és akkor azt is azért le kéne védekezni. És ugye, ami utána jött, az meg aztán tényleg borzalmas volt, hogy ott már tényleg föllelkesedtek. És mi meg már ugye az mindegyik ötök focizott különböző szinten, én inkább kisebb szinten, de ugyanaz volt, hogyha elmentünk focizni, és egy idő után azt mondtuk, hogy most már megvan, vagy nem tudom mi, és így látunk, és utána baj volt, akkor nem tudsz fölpörögni, tehát teljesen mindegy milyen szint. És ez látszott, hogy komolyan felmerült bennem, hogy itt X lesz. És már az is fájt, tehát az, hogy ilyenek járnak a fejembe, úgy, hogy nyilván volt a magyar futballnak nem is olyan régen olyan korszak, amikor ez teljesen logikus gondolat volt, de pont ez, és ezt már beszéltük talán az előző ilyen vállalatot kibeszélni is, hogy most pont az időt éljük, amikor már ilyenek nem kéne, hogy eszünkbe jussanak egy ilyen szintű csapatnál, tehát az, hogy mondjuk az albánok ellen azt mondjuk, hogy nem hiszem el, hogy még nem 3-0 ide. Egyébként nem tudom, hogy ki látta most délután nem tudom, az Újpest felvezető műsor volt, vagy nem tudom, hogy megint beültek az okosok a tévébe, hogy a Simek, Somogyi, Hajdubé, és még ugye a válogatott meccseket elemezgették, és most én csak a Hajdubét néztem, ő most egyébként nagyon kritikus volt, tehát mondtam is, hogy mindjárt kivezetik a stúdióból, mert nagyon, tehát reális volt. A Somogyit azt nem hallottam, mert akkor már éppen valami más dolgom, de kíváncsi lettem volna, hogy most egyrészt mindenki kurva okos volt már egy utólag. Bocs, én Somogyi Zsoltal csak ennyit várok, hogy miért is Zsuzsák a válogatottban? Ja, nem tudom, tehát most én csak annyit láttam, hogy ott van, nem tudatosan nem hallgattam meg, amit ő mondott. Ugye most itt a Hajdubé elkezdte magyarázni ezt, amit ugye mi is megbeszéltünk itt az albán meccs kapcsán, hogy akkor nézzük már meg, hogy kik vannak ott, meg ez, hogy nem volt időn készülni úgy, mint az EB előtt, hogy felkészültek ránk, amiket mi is itt elmondogattunk, meg az, hogy mi csapatként voltunk erős. Hát ott volt egy ilyen kis íze, hogy mi csapatként vagyunk erős, ha erősek vagyunk, és hát most ugye nem tudtunk úgy felállni, mert mit tudom, kiesett 2-3 ember, és akkor így már, de azért nem kéne összeomlani ennek a rendszernek. Úgyhogy nem tudom, tehát most nagyon borulátó vagyok, ugye most pont néztem is, hogy most mi jön, és ugye októberben jönnek az albánok, meg megyünk a Wembleybe. Tehát ez most pont az albánok szerintem most vért fognak inni előtte, mert hogyha támazata nézünk, nekik most még matematikailag reális esélyük van arra, hogy bejöjjenek akár a második helyre is. Ők, ha jó, nem is tudom, az angolokkal, még egy angol meccsük, még a Wembleyben még talán ők mennek, de egyébként, nem tudom, lengyeleket otthon fogadják, meg van a két hurka-gyurka, tehát mondjuk a hármat megnyernek ebből a négy meccsből, akkor simán lehetnek. Tehát nekik fontos lesz a mi elleni meccsünk is nagyon. Tehát nekik úgy lesz fontos ez a meccs, hogy hoznak egy pontot, vagy akár hármat, akkor nekik ezzel már szinte ott van a második hely. Tehát én nem látom, és ugye nekünk meg nem tudom, milyen céljaink vannak. Most már nem igazán tudom. Ugye ez az az első meccs, tehát itt most nem az, hogy az angolokkal játszunk, és utána semmilyen célunk nem lesz az életben, mert mi, mit tudom én, megint leszopunk a Wembleyben, meg az osztrákok megint kikapnak a nem tudom kitől, és akkor ugye ez a másik ág sem járható, most már végképp, és innentől kezdve még azt sem mondhatjuk, hogy akkor tartsuk magunkat karba, vagy a pócsolját, az tavasszal lesz, akkor meg annak sincs értelme.
Úgyhogy én most nem vagyok az a típus, aki, tehát nem azt mondom, hogy most itt a világ vége van. Ugye ezt most a klasszikust idéztem, azt hiszem, mert a Rosszinak is volt egy ilyen mondata, hogy nincs itt a világ vége, igaz, hogy nem az Andorra meccs után, de most egy kicsit rossz érzéseim vannak, és azért három meccs, hát nyilván nagyon különböző meccsek voltak, meg mások. Ja, a Somogyi egy, bocsánat, eszedbe jutott valami. A Somogyi azt mondta, hogy ő úgy csinálta volna ezt a három meccset, hogy kitűzi, hogy Andorát mindenképp meg kell verni, és hogy ő úgy érezte, hogy mi nem jól időzítettünk, vagy nem jó célokat tűztünk ki, nem tudom, mi volt a cél, hogy nekünk az volt volna a cél, hogy az albán meccset behúzzuk. Tehát arra kellett volna fókuszálni, és szerintem ő ezt úgy értelmezte, hogy mi túl sok energiát fektettünk az angol meccsbe, ezért elfogytunk, ami egyébként teljesen ilyen volt, ilyen mission impossible, hogy ott nyerjünk, és ezért feláldoztuk kvázi az albán meccset, tehát ő is kritikus volt ilyen szempontból, okos volt így utólag. Úgyhogy hát mindegy, nem erre számítottam én se itt, amikor ezt a hármast így elindítottuk, úgyhogy most egy kicsit olyan, hát mondom, hogyha most ugye a felvezetésed az volt, hogy a Zsuzsival egy korosztály vagyunk, hát ugye most így a múltunkban oda jutottunk, hogy ahol sokszor voltunk, hogy ilyen lelkesek vagyunk, aztán van is valami, aztán indulunk lefelé, és akkor már olyan szomorúak vagyunk. Nem tudom. Hát igen, nehéz erről mit mondani magáról a találkozóról. Van közöttünk egy olyan szerencsés, aki helyszínen meg is tekintette ezt a fantasztikus találkozót, és erről vlogot is készített, aki esetleg még nem tette meg, az természetesen pótolja, nézze, és kommentelje adott esetben. Születnek érdekes kommentek, próbáljuk figyelni. Egyik jobb, mint a másik, na de ezúton is üdvözlöm kedves szerkesztőtársunkat, Ember Norbit a VTTV részéről, és akkor adódik a kérdés, hogy Norbi, milyen volt ezt a fantasztikus találkozót a helyszínen megélni? Remélem volt elég söröd, vagy nem tudom, vagy beszélgető partnered, vagy elég szotyid, mert ez tényleg. Úr, és én kívánok mindenkit, üdvözlök benneteket mindenkit. Gyere ki a csőből. A mikrofon, az webkamerás, gyanús. Már is állítunk rajta. Na most? Szuper. Átállított. Tehát sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek, üdvözöllek benneteket. Elnézést kérek a kisebb technikai manőrért. Hát itt a Vodafone rendszere sajnos vergődött egy kicsit, de megoldottuk a problémát. Szóval most már itt vagyok, úgyhogy még egyszer jó estét mindenkinek, hajrá Videóton, és persze hajrá Magyarország. Igen, volt szerencsém ott lenni a mérkőzésen. Hát aki látta a vlogot, az nagyjából tudja, mi a véleményem. Aki megtekintett, annak köszönöm szépen, hogy megnézte, és hogy írtatok és dobtatok rá lájkot. A többiek nevében is köszönöm, úgyhogy ha nem tettétek, iratkozzatok fel egyébként a csatornára. Tehát amúgy a lényegre visszatérve, hát az első 25 perc után azt hittem, hogy itt gála lesz. Tehát annyira jól játszottunk, hogy ott simán bennem volt, hogy 3-4 gólos előny is meg lehet. De az első fél a végén már volt két lövése Andorának, bár ez messzire elkerült a kaput, de mutatta, hogy itt azért van még egy ellenfél is a pályán rajtunk kívül, 11 másik játékossal. A második fél idő elején megint jól jöttünk. Én úgy éreztem, hogy a 75. percig jól nézett ki, voltak a helyzetek, lehetőségek. Nem akart megszületni ez a harmadik, én szerintem egyébként már ott unblock mindent lezáró gól. És kaptuk ezt a flipperes ilyen ding-ding gólt, öngólt. Állítólag les volt. Oké? Okay. Legyen les. Jó? Legyen les. Szerintem nagyon necces volt ez az egész egyébként, hogy egy ilyen helyzet kialakult ott a kapunk előtt, abszolút nem is értettem. Ezt még elvette a bíró, a videóbíró, ugye a VAR. Hát később már nem volt ilyen szerencsénk. Ott már nem vették el. És hát a végén azért izgulni kellett, hogy nagyot kiegyenlítsen Andorra Budapesten. Hát gyerekek, ez roppant kellemetlen volt ezt megélni a helyszínen. Hát azért ment a fügy koncert. Tehát 2-1-nél majdnem minden magyar labdaérintés kifütyült a lelátó nép, ami a félpályán mi esünk részén történt, mert arra vártak, hogy támadjunk. És nem támadtunk, hanem próbáltuk tartani a labdát, már amennyire lehetett, és hátrafelé adogattuk a labdát a kapu felé. Hát én nem is értettem, tehát vezetünk 2-0-ra, és hazapasztjuk a kapusnak a labdát. Tehát nem hinném, hogy ez így annyira jó üzenete lett volna, de tényleg nagyon melegben voltunk, hogy mindjárt X lesz. És hát azt kell mondanom nektek egyébként, az Andorra ez
megérdemelte volna döntetlen. Mert bátran játszottak a második félidőben. Rendesről tették magukat, küzdöttek becsülettel, és hát most a mi legényeink hát az elmúlt évek egyik legjobb teljesítményét hozták, ismét Andorra ellen. Ugye emlékeztek rá, ugye volt kint az a megsemmisítő égés szégyen 1-0-ra. Ugyanazt éreztem most is egyébként, ez a 2-1, ez örülünk a három pontnak, és ennyi. Mert egyébként ebben több pozitívum nem volt. És ami még lehetett volna benne pozitívum, az még esetleg az lett volna, hogy azt mondom, hogy hú, valaki lőtt egy szép nagy gólt, vagy valami, de nem. Tehát lőttünk egy pontrugást, egy 11-es gólt, ami egyébként szerintem egy jogos 11-es volt, illetve a Botka fejelt egy szép gólt az emberéről lejöve. Szépen befejelte vissza a rövidnek, kapusnak esélye nem volt, ez egy szép gól volt, de összességében Szoboszlai árnyéka volt önmagának mind a három mérkőzésen, de igazából az egész csapat gyenge volt, és Albániában is az, hogy csatár nélkül álltunk föl, az is szerintem egy hibás edzői döntés volt, mert nyugodtan fel lehetett volna tenni akár előre a Kisallóit például támadóba, vagy a Nikolicsot, vagy bárkit, és nem adtam ennek az esélyt, nem adtam ennek a lehetőséget, hogy esetleg megoldják ők, és én úgy érzem, hogy ez itt edzői hiba is volt, az, hogy ezen a három meccsen három pontot tudtunk hozni. És bármennyire mondja azt a rossz, hogy hát lesz a játékos, aki nem fog beütni, mert motivációs problémái vannak, és mert ő nem csinálja meg azt, amit én kérek. Maradjunk annyiban, az Albánia elleni mérkőzést, vagy normális taktikával állunk föl. Úgy értem, hogy van támadó a pályán, és nem szélsők vannak, és zéró középső támadó, akkor talán lett volna valami esélyünk. Bár a második félidőben talán egy lövésünk, ha volt, tehát az egész középpálya, mintha másik világon, másik bolygón lettek volna. Szerencsétlen Tibusz megkapott egy olyan gólt, amiben bármennyire mondja, az ő gólja volt. Ezt rövidre kapta, 16 méterről, ezt meg kellett volna fogni, erre le kellett volna érni. Mondhatja azt, hogy takarásból jött, ez nem kifogás, nem jött, ez akkor erő, hogy ezt nem lehessen megfogni. Ez kapusiba volt ez a gól, bármennyire mondja, hogy meg kell nézni a gólt, és ki kell elemezni, ez nincs mit elemezni. Ilyen pozícióból, ilyen szögben, ilyen magasságban ezt a kapusnak legalább bele kell érni, hogy legalább kitolja, vagy rátolja, vagy valami. De én itt úgy éreztem, hogy itt egy olyan kettős-hármas ütemkéséssel indult el a Dibusz, amit már nem tudott elérni. És hát ugye ebből kaptuk a gólt. Bár ez a albánok érdemeiből nem volt semmit, mert az első fél időben 2 méterről lőtték ki a stadionból a stadiont, és lőtték ki adat a stadionból, és hát azért legyünk őszinték, azért ők megdolgoztak ezért a 3 pontért. Tehát én azt érzem, hogy a válogatott most mélyen, nem is az, hogy tudás alatt teljesített, de egyáltalán még azt az átlagos minőséget sem tudta hozni, amit megszokhattunk tőle az elmúlt években, az ilyen himi-humi meccseken úgymond, akár Andorra gondolok, vagy akár gondoltok erre az albán meccsre is, ez annyira nem volt himi-humi, ez igazából egy kiki meccs volt, de ezeket a kiki meccseket azért tudtuk hozni az elmúlt időszakban, hát most nem tudtuk, én úgy érzem, hogy ez edzőhiba volt itt az albán bukó, az Andorra, meg az, hogy a játékosok, tehát 3 passzt nem tudtunk megcsinálni, és ez szerintem elmond mindent, hogy ez nagyon kevés lesz, és hogy a vlogban is elmondtam, én szerintem ez nagyon kevés lesz Albánia ellen, ez nagyon kevés lesz Lengyelország ellen, és Angliában is nagyon kevés lesz, tehát ezzel örülhetünk, hogyha a 4. helyet megtartjuk, most viccen kívül. Tehát ez a nagyon gyenge teljesítmény volt, és lehet mondani, hogy örülünk annak a 58 ezer embernek, aki kijött, hát persze örültök neki, hogy 250 ezer ember, csak én úgy éreztem, hogy oké, hogy most fizettem a jegyekért x 1000 forintot, de a 2 meccs alapján igazából mind a 2 forintot nem ér. Tehát sajnos azt kell nektek mondanom, hogy a videóton is játszik gyengébben, nem mindig nyújt jó teljesítményt, de szívesen megnéztem volna, amikor azt, hogy a videóton 2-2-t játszik Mezőkövesden egy tök jó második félidővel, mint hogy amit láttam a válogatottra az elmúlt 3 meccsen, mert abban talán volt egy jó 45 perc angolok ellen, meg volt az Andorra ellen egy jó 20 perc, de azért az ellenfél minőségét ne felejtsük el megnézni. Tehát én azért úgy hiszem és azt gondolom, hogy ez így nagyon kevés lesz, és itt nagyon komoly változásokra van szükség. Én ha kezemet a szívemre teszem, én ezt a VB-t ezt már most elengedtem. Tehát nincs miről beszélgetni. Pócsi lejtezőbe kapaszkodni, még ilyen nem érdemeljük meg. Legyünk őszinték. Bármennyire fáj ezt kimondani, ez a csapat jelenleg nem érdemli meg azt, hogy Pócs lejteszessen a VB-re, mert az a teljes tönt nyújtunk, az sajnos -2 körülbelül. Köszönöm szépen. Köszönöm, Norbi. Ugyebár a napi sportnapi lap, most direkt nem szeretném reklámozni, vagy országunk sportnapi lapja,
annak is az online vlogos vagy online videó felületén egy riport volt Marco Rossival, ami a mérkőzés követő sajtótájékoztatón készült, egy 8 perces videó. Azt hiszem most olyan 35 ezeres megtekintésnél tart, tehát ez mindenképpen ennek a platformnak szerintem mindenképpen a top videói között van, és ha olvasgatjuk a kommenteket, szinte egytől egyig a legtöbb lájkot vagy egyetértést kapó komment az arról szól, hogy Marco Rossi maradjon, és igenis a játékosok legyenek azok, akik álljanak be mögé. Érthető módon, tehát ami Norbi is mondott, hogy itt a kapitány felelőssége se elvonható ebben az esetben, tehát neki is van ebben a három mérkőzés három pont esetében, de hogy itt számítotok valamilyen változásra, mert a kapitány is azt mondta, hogy mielőtt elenged mindenkit, akkor még lesz egy úgymond egy elbeszélgetés, és úgy enged mindenkit vissza. Volt egy nagyon sejtelmes Szoboszlai nyilatkozat, ami pont arra utal, hogy ez nem az a Szoboszlai Dominik volt, akit láthattunk korábban a válogatott esetében. A kettőjük harcára lehet ezt ráhúzni, vagy itt valami sokkal nagyobb ellentétek húzódnak a háttérben? Mire tippeltek? Hogy még egyszer, kinek a ellentéte? Hát, hogy ugyebár Szoboszlai nyilatkozta, hogy nem ez a Szoboszlai Dominik, tehát akit láthattunk ezeken a mérkőzéseken, hogy Norbi is mondta, nem jól szállt be, beszédes is volt, hogy nem kezdett Andorra ellen, és a kapitány nyilatkozott is, hogy egy-egy játékosnak a hozzáállásán változtatnia kell, ugyanis nem fog meghívót kapni függetlenül attól, hogy milyen szinten szerepel ez a játékos. Hát ugye azt megmagyarázta rossz, hogy azért nem kezdett Szoboszlai, mert ugye így állapodtak meg a Lipcsével, hogy csak akkor cserélik be, hogyha indokolt nagyon. Mondjuk 2-0 szönetben nem tudom miért volt annyira indokolt, mindegy. Szerintem Rossi is hibázott most a kerethirdetésnél. Egyszerűen olyan játékosokat hívott meg, akik nincsenek formában, de ragaszkodott hozzájuk, mert hogy ott voltak az LB keretben is. Tehát Cseri, Nikolic, Varga Roland, most csak hirtelen három név, aki eszembe jutott. Én még Fiolát is ide sorolom, tehát most nem azért, mert hogy annyira hibája volt, vagy sok hibája lett volna, voltak hibái természetesen az angolok ellen is. Én inkább azt érzem a Fiolának, hogy picit túl van hajtva a korához képest már, és a hétvégi bajnokiról is fog majd Norbi mesélni, de azt hiszem, hogy ott is azért voltak hibái. Igen, de azért azt látni kell, hogy a keret létszáma az véges, minősége meg igencsak változó, de nekem beszédes volt, hogy itt most már kikelt az Amerikából érkező légiósokra, hogy későn engedi el őket a klubja, későn tudnak csatlakozni. Érdekes. Tehát azért ez nem én megszokott nyilatkozni. Várnék egy következetességet azért rosszítól. Tehát elmondta, hogy mi alapján válogat be embereket, akkor ne legyen az, hogy minden kerethirdetésnél van egy-két-három olyan játékos, aki most ezért meg azért most kivételt képez. Tehát akkor igenis ő is ragaszkodjon ahhoz, amiket lefektet, ne találjon ki új kifogásokat, hogy XY most miért nem hívja be, Amaszt meg miért hívja be. Először elmondja, hogy Cseri nincs formában, azért nem hívta be, aztán egy sérülés miatt már őt hívja be. Tehát, hogy akkor, ha meg behívja, akkor tegye be, de hogyha meg nem teszi be, akkor miért hívja be. Tehát azért nagyon beszédes volt, hogy hiába ott ültek sokan a padon, nem nyúlt hozzájuk, mert nem, vagy nem fértek be, mert nem voltak olyan formában, vagy nincs adott posztja a játékrendszerben, mondjuk Varga Roland, aki ilyen. Úgyhogy én most úgy érzem, hogy Rossi is azért hibázott. Több ponton is ennél a kerethirdetésnél. És most nem Dzsudzsákot célzok, Isten ments, hogy megint előhozzam ezt a témát. Bár remélem azért nézte a Gyirmó utáni meccsünket, és akkor egy opció adott neki is, hogy elgondolkodjon, hogyha szeretne változtatni. De mondom, itt azért most szerintem az ő felelőssége is megvolt ebben a három meccsben. Józsi? Tökéletesen egyetértek a Steff S, nem tudom, hozzászólásával, hogy úgy kezdődhetne a változás, hogy kiállnak Rossi mellett, és elmondják, hogy ezt a selejtezőt elengedjük, és megpróbálunk egy új keretet a következő EB vagy VB selejtező csoportra összeállítani. De akkor viszont őszintének kell lenni. El kell mondani, hogy ez így nem fog menni. A Fiolával is egyetértek, amit említettetek, hogy csapágyasra van hajtva. Neki is ez a Lovrencsics szindrómája van. Azért sérült meg, mint ilyen fáradásos sérülése volt a Lovrencsicsnek. Tehát, hogy egy idővel azért 30 pluszosan kijönnek ezek. Tehát én magamon éreztem ugye más sportban, hogy 30-35 éves korom fölött elkezdtek szakadni az izmaim. De ilyen minden nap másik.
és náluk az a hatványozottan ők teljesen profi sportolók, azért ne vegyük ezt el tőlük. Biztos vagyok benne, hogy a szívük még benne, de hát azért tehát elhasználódott a Fiola is. Ő nem ezen szocializálódott, hogy hetente két tétmeccs, hanem a komoly tekintélye bíró magyar bajnokságra edzették őket annak idején, és hát az, hogy most van egy olyan csapat, aki a Videótonnál is, ahol játszik, azért próbálkoztak nemzetközi szinten is, válogatott is, hát ők ehhez nincsenek hozzászokva. Hogy általában a magyar labdarúgók, a Magyarországon edződött játékosok nincsenek ehhez hozzászokva. A 30 pluszosan már jönnek a fáradásos sérülések, és ugyanakkor már a sérülésre figyel, nem tud koncentrálni, nem tudja oda tenni magát, mert férti magát, mert tudja, hogy holnap el kell menni a fürdőszobáig és vissza, nem keresett annyi pénzt, hogy ezt meg, tehát hogy biztosítva legyen az élete, úgyhogy én azt mondom, hogy sajnos ez van, hogy ezt, az lenne a megoldás, hogy engedjük el. És próbáljuk meg az ilyen séferekkel, próbáljuk meg ezzel szoboszlaiakkal, de akkor el kell mondani, hogy kérem, most ki fogunk kapni egy párszor. De másképp nem megy. Most vagy az lesz, hogy tartani akarják, hogy most előrébb léptek a rangsorban, a válogatottak rangsorában, ezt tartani akarják, de valamikor el kell kezdeni a változást. Tehát 30 évet tologatja, előre menekülnek, és csak csúszunk lejjebb. Mindig van ez az előre menekülés, és csak lejjebb csúszik az egész. És volt egy nagyon-nagyon jó kifutott két éve, pontosan azért, mert idejött végre egy olyan edző, aki tudott rendszerben gondolkodni, fel tudott építeni nem csak egy mérkőzés, hanem egy mérkőzés sorozatot. Ez a Rossi, aki ennyivel biztos, hogy különb, mint az összes magyar edző, aki jelenleg Magyarországon dolgozik, hogy ő ezt képes megcsinálni. És hagyták is dolgozni. De az, hogy most jött egy pici siker, és mindjárt a nyakára akar ülni mindenki a pénzt akarja lehúzni róla, szóval ez így persze ő is hibázik, persze. Biztos vagyok benne, de nem is tagadja. De az, hogy ha nem hagyják békén, akkor még ez a szerencsétlen is el fog menni, és akkor megint ott maradunk. És egyébként teljesen jogos lenne, mert ugye nem tudhatjuk, mi van a háttérben. Most valamit nem akarunk adásba elmondani, mert nincs rá bizonyíték, csak tényleg az ember jó helyekről hallja, hogy igen, nagyon durva nyomás alatt van. És nagyon nehéz megfelelni egy magyar válogatott. Nem csak politikai nyomásra gondolok én, hanem játékos ügynökök, játékosok, közvélemény, a családja Olaszországból is. Tehát, hogy ha most neki volna egy jó megkeresése Olaszországból, mondjuk egy második ligás olasz csapatból, ottól megmondják neki, hogy évekig csinálhatja, amit csinálhat, lehet, hogy fölállna és elmenne. Bár én szerintem egy emocionális ember. Azért, ha láttátok, énekelt a himnuszt. Nem tudom, hogy mi volt, mennyire volt ez teátrális, vagy mennyire volt ez valós. De én úgy gondolom, hogy a Rossi, ahol eddig volt, én most a magyar csapatokról tudok csak beszélni, meg a magyarországi vonalakkal rendelkező Dacnál, azért mindig megpróbált ennek a megfelelni a közegnek is, beilleszkedni. Hát ő neki azért jó edző szerintem a Rossi a magyarokhoz képest, mert nagyon jól tud alkalmazkodni a közeghez is, a játékos kerethez és a többi. De és ő magának is érzi ezt a csapatot. Szeretne ő is sikeres lenni. Csak így borzasztó nehéz, hogy egy ideig megkapta a támogatást, és most valamit, hogy levették volna róla a kezüket, mondjuk az MLS vezetői, és hagyják, hogy baszogassa mindenki. Ennyi. Köszi, Józsi. Norbi? Köszi szépen. Nekem kettő gondolatom ellen hozzászólt. Valaki írta, hogy mégis kit válogatnánk be azok helyett, akiket mondjuk, hogy nem idevalók, most én azt gondolom, hogy Varga Rolandot fel tudja készíteni az Arab Liga, Zsuzsák Balázs nem tudja, úgy az Arab Liga el se indult, de Rolandot felkészíti, én kérek elnézést, biztos nem értek a sporthoz. Én elmondtam Balázsra a véleményem, de jelenleg nem voltak olyan minőségi játékosaink, akiket, tehát Cseri helyett behívtam volna a Zsuzsákot, mert jelenleg a Zsuzsák Balázs, bár én tudjátok, hogy mi a véleményem róla, de jelenleg nagyon jó formában játszik a Balázs. Ezt nem szabad elvenni tőle. És az NB1-ben játszik jól, és itt mutatja meg azt, hogy kell játszani, hogy kell oda tenni magát, stb. Be lehetett volna hívni a Cseri helyett. De ugyanúgy ott a Bolla. Lehet nála is egyébként ez a hozzáállásbeli probléma van, mert
Ha jól sejtem, 0 percet játszott a 3 meccs alatt, tehát szerintem többek között üzemanyag hazajönni Svájcból, na mindegy. Hát Anglia ellen ő játszott. Anglia ellen játszott. Nem sokat, de játszott akkor reggelken. A végigjátszotta? Nem. Szünetbe cserélték le, vagy valahogy ott utána. De azért gondolom, azért mondom meg, azért is gondolom ezt, mert tényleg voltak olyan játékosok, akik megérdemelték volna azt, hogy kezdőként játszanak. A Sön szerintem jól játszott. Én a kisalóinak is adtam volna lehetőséget kezdőként, akár Andorra ellen. Meg ez is, tehát tényleg nem értem. Én hiszem, hogy nyomás van, meg vannak itt ilyen dolgok, de tényleg vannak olyan játékosok, akiknek esélyt se adtak arra, hogy bizonyíthassanak. És szerintem ez nem fér velük szembe. Gondolok itt a Zsuzsák Balázsra, aki egyébként mióta elindult az NB1, az összes mérkőzésen szerintem tök jól játszik. És fölfele húzza a Lokit. Egyértelműen fölfelé húzza a Debrecen. 20 emberi éve vált igazából a Debrecennek, és nem hívják be. És helyette a játékosokat hívja, mint a Cseri. Erről öltesetek már ki. Hát majdnem kieső ilyen a mezőkövés. Amit kereső a válogatottból. Most komolyan. Tehát, egyszerűen nem értem, mi alapján gondolkodik a mester. Ezért mondom. Tehát Varga Roland zéró játék perce, hónapok óta nem játszott, válogatott kerettek. Ne vicceljetek már. A Zsuzsákhoz szerintem az ilyen presztízs kérdés. A Zsuzsák, azt elmondom neked, én szerintem van valami a háttérben, persze, amiről mi nem tudunk. És ez egy valami valószínűleg valami feszülés lehet, és én szerintem még a rossz kapitány Zsuzsákot nem fogja. És szerintem ennek van valami más töltete. Függetlenül, hogy a politika tolja a Zsuzsákot ezzel, hogy rakják be, hogy meg legyen a rekord, de én azt érzem, hogy még a rossz az edző, még a rossz kapitány, addig ő nem fog bekerülni a válogatottba. És egyébként tény, hogy az elmúlt 15 évben én szerintem ilyen jó, hát talán a Dárdai volt egyedül, aki ilyen hatást tudott gyakorolni a válogatottra, mint a Rossi. Más nem. És lehet mondani, hogy a Storkkal az EB az a Dárdai féle hullámnak a leharatása volt ott, amit a Stork csinált. Tehát én nem tartom őt egy jó edzőnek egyébként. A Rossit jó edzőnek tartom, mert az a gyenge kispecste bajnok tudott lenni. Abban a bajnokságban, ahol akkor a Vidi és a Fradi egyébként jó csapat volt, és ott tudott bajnok lenni, az a gyenge honvéd, mert nem volt egy jó honvéd, és mégis bajnok tudott lenni. Tehát én azt hiszem, hogy a játékosokkal, ahogy ti is mondjátok, az kell, hogy akkor lehet, be kell vállalni, oké, elengedtük a VB-t, következő EB-re próbunk egyeneságon kijutni a csoportból, elkezdjük a jövőt játszatni, mert például ott a Vécsei, őt is be lehetett volna jutni akkor a Fradiból. Ugyanúgy behívjuk a Bogdán Ádámot 0 perccel a kispadra. Én értem, de miért hívja akkor a Szappanost mondjuk, aki véd? Tudom, hogy a Domi kedvence, tök mindegy. De miért nem hívja be a Szappanost, érted? Vagy bárki más. Úgyhogy mindegy, már hosszú voltam, sokat beszéltünk erről a témáról. A remény hal meg utoljára, csak bízunk ebben. Majdre Magyarország is, köszönöm szépen. Köszi, Norvi. Domi? Én csak egy gondolatos, egyébként lehet, hogy Józsira fogok így rácsatlakozni, aki mondta, hogy itt nyomás alatt van a mester. Én nem nagyon szeretem azt, amikor egy edző ilyen kicsit ilyen dúcásan, meg ilyen kis ilyen rossz tanárként. Tehát nekem ezek a típusú nyilatkozatok, amikor, hogy akkor most akkor a legközelebb, akkor majd meg kell velük beszélnem, mert én ezeket nem szeretem, mert sokszor azt az érzésem, hogy ezek, most nekem a Boyer jut eszembe egyébként, neki volt mindig ez. Hogyha volt egy rosszabbul sikerült meccs, akkor mindig elkezdte ezt a stílust, és az a baj, hogy neki kurva nem volt következménye soha ennek, tehát szerintem a játékosok is tudták. Itt azon gondolkodtam, hogy talán a Wales meccs, a Wales 0-2 után is volt neki ilyen kifakadása, tehát amikor ilyen szarabb meccsek vannak. Nekem ez nem tetszik, de ez ilyen abszolút személyes, csak ennyit akartam hozzáfűzni. Köszi, Domi. Hát, ugyebár ezt követően októberben 2 találkozó vár a magyar válogatottra. Először is fogadjuk Albániát, és hogy Domi is említette, utazunk a Wembleybe Anglia ellen. Ezt követően pedig novemberben szintén 2 találkozóval zárja az évet a magyar válogatott, ahol eldől, vagy részben eldől a világbajnoki szereplése a következő, hát már itt az évekkel picit össze vagyok csúszva, de a következő katari VB kapcsán, ugyanis még San Marinót fogjuk itthon fogadni, és Lengyelországba fogunk utazni a selejtező sorozat utolsó mérkőzésén. Ugye válogatottról ennyit beszélni, mert rengeteget tudnánk beszélni, nekem a fiatalitásról már kapásból az jutott eszembe, amit még annó Várhidi Péter mondott, hogy fiakorékat be kellett építeni, és hát elő volt írva, hogy el kell engedni pont Dárdai Pát is, de ebbe tényleg nem menjünk bele, mert sose fogunk végezni. Ettől függetlenül azért egyetértek a fiatalitással, de azt azért látni kell, hogy a keretnek a mind a fiatal, mind egyéb tekintetben a minősége, vagy ahogy szokták mondani, a mélysége, az nem biztos, hogy megvan ehhez.
az eredmény pedig a szurkoló mindig elvárja. Tehát ez egy ilyen örök kötéltánc, és akkor ki, hogy vagy leesik, vagy nem, vagy kihúzza a rövidebbet, ez ilyenkor szokott előjönni. Minden esetre hát szorítunk a magyar válogatottnak, és kíváncsian várjuk, hogy hogyan fognak szerepelni. Viszont egy kis technikai információ a félidőben, ha minden igaz, akkor vezet az Újpest az Zalaegerszeg ellen az agymenők sztárjának góljával Howard Wolowicz, akit Georgi Beridze alakít az Újpest színeiben, de megvaroztak egy gólt az Újpest esetében, egyébként 2-0 lenne, lett volna a találkozó, de közbeszólt a VAR, és így lett a félidőben 1-0-ás vezetés az Újpest részére. Most picit visszatérünk a régi megszokott kerékvágásba, és egy picit az NB2-ről fogunk majd mesélni, mert kevesebben vagyunk ilyen tekintetben, tehát sajnos nincs most Zoli, illetve Viktor se, úgyhogy Domival így gyorsan elmeséljük a tapasztalatainkat az NB2 kapcsán, és akkor engedelmetekkel valószínűleg az enyém lesz a rövidebb, mivel én utólag láttam a saját találkozónkat streamen, és élőben volt szerencsém látni a Budafok Tiszakécske, illetve a Győri Eto Diósgyőr találkozót. A Nyíregyháza mérkőzés kapcsán annyit tudok elmondani, hogy ugyebár hát mindenki már jobban készül a szerdai keleti rangadóra, ahol ugyanis Miskolcra fog utazni a Spari. Ebből kifolyólag hétvégén hát mi is egy kéthetes, hát kisebb szünet, vagy technikai szünet, vagy volt olyan csapat, aki kihasználta és edzőtáborba vonult MB2 esetében, mint például a Budafok csapata is kihasználta, és kicsit felkészült, vagy jobban, vagy csinált egy plusz alapozást. Hát nálunk nem tudom, hogy ez mennyire jött össze, annak ellenére nyertünk 2-0-ra az Ajka ellen. Az Ajka az továbbra is, hogy inkább így fogalmazni, Kis Károly, lehet így fogalmazni, egy szimpatikus edző, a maga játékstílusával, azért, ha visszaemlékeztek jó pár évvel ezelőtt, azért a Paksot egy második helyre, ha jól emlékszek, behozta a bajnokságba, és a nemzetközi kupában is mentek egy kört, ahol végül azt hiszem a Harc ellen búcsúztak a Böde Daniék. Minden esetre a játék az továbbra is maradt Kis Károly felfogásában ugyanaz, tehát ez a kombinatív, sok kis rövid passzos, sokszor kényszerítőre hagyatkozó játék. Viszont náluk is mindig ez volt a baj, hogy a helyzetek értékesítése, vagy akár a helyzetek befejezése is az ilyen szempontból sokszor csorbát szenved. És pont ezen gondolkodtam egyébként délután, nekem a munkahelyen sajnos nem lehet YouTube-ozni, mert le van tiltva, és pont ezen gondolkodtam, hogy Balázs vajon milyen címet fog adni a ma esti műsornak, és nekem is ugyanez ugrott be, hogy akár a magyar válogatott, de majd mesélünk itt magyar első osztályú mérkőzések kapcsán is, vagy majd Domi is fog mesélni itt az ellentétes félidőkről. Ugyanez, mikor utaztam a metrón, ez ugrott be, hogy hát az ellentétes, vagy az ellenmondásos félidőket élhettük meg. Hát Nyíregyházán is igazából érdekes volt, mert támadott végig az Ajka. Nagyon nagy helyzeteket nem tudtak kialakítani, de egy nagyon kellemetlen, letámadós focit játszottak, és igazából nagyon szép labdakihozatalaik voltak. Mi ezt igazából úgy bosszultuk meg, hogy a semmiből egy pontrugás után, mint ahogy sok NB1-es csapatnál kihasználtuk, egy szöglet, baloldali szöglet helyéről elvégzett szabadrugásnál csúsztatott az egyik támadónk a hosszúba. Ez igazából meg is fogta az Ajkát kellőképpen, de egyébként maga a mérkőzés, ez tényleg egy ilyen vasárnap délutáni, 30 fokos, ebéd utáni húsleveses Forma 1 nézős mérkőzés volt. Tehát nem volt egy ilyen nagy egetrengető iram. Ezt most fogjuk rá a hőmérsékletre, vagy a kánikulára, nem tudom mire, bár a helyszíni riport szerint azért a szél az kellemesen lengedezett. Budafokon ez már nem volt elmondható, mert ott érdekes módon ott például volt ivószünet, például mondjuk a Nyíregyháza Ajkán azt hiszem, hogy nem volt, de nem is ez volt a lényeg. Tehát egy nagyon szimpatikus csapat volt az Ajka, viszont hát ott azért láthatjuk, hogy jó pár ilyen levitézlett NB1-et megjárt játékos van, itt lehetne a Gál Bálint, tehát akik igazából Domiéknak nem kellettek már évek óta, akár a Tajti, akár még sorolhatnám itt a játékosokat, ugyebár a Domi által elhíresült Győri Modrics volt, Tajti Tamás, ha jól emlékszem, de hát most sajnos nem volt keretbe, úgyhogy nem élvezhettük az ő játékát, viszont ahogy említettem, tényleg egy szimpatikus csapat benyomását keltette az Ajka, meg is nehezítették a dolgunkat, viszont nálunk én még továbbra se vélek felfedezni, hogy lenne konkrét taktika vagy elképzelés a játékban, igazából van elől a közel 2 méteres Novák Csanád, és rá íveljük a labdát, ahol csak tudjuk. Tehát ez tök mindegy, hogy hazai pályán vagyunk, vagy vendégben vagyunk,
Hazai pályán, ahogy én már említettem többször, én is valami hasonlót szerettem volna, vagy szeretnék látni, mint mondjuk egy Ajka, vagy amit egy Ajka produkál, hogy ez egy kicsit kombinatívabban. Hazai pályán szerintem az ívelgetés az nem túl szép. Tehát, hogy adjuk támadni az ellenfelet, és akkor átíveljük, és lekontrázunk. Ez szerintem hazai pályán kicsit ciki, de tudjuk, hogy a mai fociban az eredmény azért sokszor fontosabb. Lényeg a lényeg, hogy hát ebből kifolyólag pont az ilyen ellentámadásokból vezettünk egy-két veszélyesebb kontrát, és hagytunk is ki két ajtóablak zicsert a második félidőben. A második gól is egyébként hasonló helyzetben alakult, tehát ott is egy kontra volt, és volt Ajkai Zamosni Balázs egy kapuskirúgást követően igazából a Novák Csanád megcsúsztatta, és hogy tényleg, mint ahogy régen a Premier League meccseken láthattátok, kapus felrúgja, szép, nagy darab, center, most tök mindegy, hogy hogyan hívjuk, hogy Peter Crouch, egyébként körülbelül ugyanaz a fizimiska Novák Csanád is, lecsúsztatta a mögé befutó Zamostinak, és ő eltekerte, vagy a hosszú volt, bocsánat, nem is eltekerte, Teli Rüsztel meglőtte a hosszúba. Egyébként maga a gól szép volt. Összességében nem volt egy nagyon szórakoztató találkozó, nem volt egy nagyon nagy iramú találkozó. Ha így vesszük a helyzetek tekintetében, én azt gondolom megérdemelt volt a győzelem. Inkább a második félidőben, az első félidőben mi sem nagyon voltunk pályán, ezt le is nyilatkozta a vezetőedző a Nyíregyháza részéről, de még akár a Kiskáról is mondta, hogy hát ez az Ajka azért az első félidő tekintetében többet megérdemelt, ez így van, de hát ki jobban sáfárkodik a helyzeteivel, ezt majd Balázs fogja tudni elmondani, hogy hát így kell értékesíteni. Tehát azt hiszem Balázséknál is ilyen 6 kapura lövésből 5 gól, tehát vérprofik Debrecenbe, de majd fogunk arról is mesélni. Tehát tényleg nálunk is igaz volt ez az ellentétes félidő szindróma, de én itt is akartam mondani, lényeg a lényeg, hogy szerdán irány Miskolc, ez lesz az igazi értékmérő, én azt gondolom, hogy bár ha jól emlékszek, 7 forduló ment le az MB2-ből, azért már itt az erőviszonyok így 10 forduló környékén már azt gondolom, hogy kiszoktak rajzolódni, és nálunk ugye bár most a héten szerdán Miskolcra utazik a Spari, hétvégén pedig kupameccsen fogadjuk a Honvédot Balmazújvárosban. Én azt gondolom, hogy ezen a két mérkőzésen fog eldőlni, hogy mi valójában mit is szeretnénk ettől a bajnokságtól. Kíváncsian várom. Én megmondom őszintén, engem a kupa annyira nem nagyon érdekel, abban sose voltunk jók. Én azt hiszem talán ilyen legjobb 8 az, amit elértünk valaha. A Honvéd esetében meg szerintem kifejezetten a Honvéd rá fog menni a kupára. Pont az ilyen esetleges nemzetközi szereplés, mert a bajnokságban szerintem erre kicsi az esély, és a Honvédnál már Hemingway óta tudjuk, hogy igenis szeretik. Tehát, hogy szeretik a nemzetközi, vagy a nemzetközi kupába szeretnék magukat megmérettetni, és ezt tudjuk nagyon jó, hogy a magyar kupa megnyerésén keresztül vezet a legrövidebb út, úgyhogy szerintem a Honvéd ezt komolyabban fogja venni, mint mi, de amúgy nem érdekel, mert igazából nekünk most jön az év meccse a Diósgyőr ellen, bár igaz, ezt mondtuk tavasszal a Debrecen ellen is, mikor még MB2-ben volt a Loki, nem baj, legyen 2 év meccse, én már várom, sajnos nem tudok ott lenni a helyszínen, mert ez a fantasztikus MLS, ugyebár nem elég, hogy nem közvetíti, de ráadásul délután 6-ra rakták ezt az időpontot, úgyhogy ezután is köszönjük még egyszer az MLS-nek a képviselőit, hogy ezt a remek döntést meghozták, nem mintha nekem bajom lenne a Vasas Pécs képernyőre tűzésével kapcsolatban, de talán a Diósgyőr Nyíregyháza egy picivel jobban megérdemelné, bár az is egy jó találkozó lesz, ebben biztos vagyok, bár a Pécs az egy kicsit döcögve kezdte ezt a második szezont. Közbevágok, én lehet, hogy csak egy ilyen összeesküvés elméletet szimatolok a levegőben. Én érzek egy olyat a Diósgyőr részéről, hogy nem biztos, hogy akarták ők, hogy ez tévés meccs legyen, hogy minél többen menjenek ki. Ezen gondolkodtam én is. Mert nálunk, tudom, hogy volt ilyen tavaly, nem egyszer, hogy még streamet se adtak, hogy inkább ne lássa senki, aki nincs ott. Nem szimpatikus döntés, de... Nem, meg ugyebár számtalanszor beszéltük, hogy a streamek is abszolút változók a kluboknál, valaki streamel, valaki nem. Egyébként nem egy nagy költség egy MB2-es klub esetében sem. Ugyebár elvileg a Diósgyőrnél lesz stream, amit ezután is köszönök, mert sajnos Budapestről nem tudom ilyen gyorsan megoldani a leutazást, mivel én is, mint az emberek nagy rész azért délután 4:30-5-ig dolgozom. Úgyhogy én a streamben nagyon bízom ilyen tekintetben, ha nem, akkor picit szomorú leszek. Ebben igazad lehet Balázs, viszont ezt már számtalan
statisztika meg tanulmány bebizonyította, hogy hiába van tévés meccs, nem lesznek, vagy hiába nincs tévés meccs, nem lesznek többen a stadionban. Tehát az... De szeretnek ebbe hinni a klubok. Ja, egyébként. Persze, az MLS az, az tudjuk. Tehát az MLS tud nagyon furcsa dolgokba hinni, úgyhogy lényeg a lényeg, hogy szerdán 6 órakor Diósgyőr Nyíregyháza, hát nagyon remélem, hogy ha ezt a játékot fogjuk produkálni, ha tudjuk ezt a stabil védekezést nyújtani, akkor meg tudjuk talán őket lepni. Minden esetre én bízok egy jó X-ben, mert nekünk már az is jó, csak lényeg, hogy egy picit tartsuk magunkat távol a diósgyőriektől, vagy a miskolciaktól, úgyhogy kíváncsian várom a találkozó kimenetelét. Én már előre borítékolom, hogy én egy kőkemény 1-1-et várok ezen a találkozón. Hétvégén is erre, ezt tippeltem a Győr-Diósgyőr kapcsán, sajnos az 2-2 lett, de hát ez majdnem ugyanaz. Arról majd Domi fog mesélni, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm. Adom is át a szót Dominak, hogy hogyan élte meg ezt a találkozót a 2-0-ás előny birtokában 2-2-re hozott Diósgyőr elleni találkozó kapcsán. Aztán utána én is elmesélem a mérkőzéssel kapcsolatos tapasztalataimat. Parancsolj, Domi! Biztos nem független attól, hogy ott ültél mellettem, így egy kicsit jobb volt a meccs. Mert egyébként önmagában szerintem nem volt jó meccs, és az az érdekes dolog történt, ugye nyilván elolvastam a nyilatkozatokat utána, azt nem értettem, utána pedig megnéztem az M4 sportnak azt az összefoglalóját, amit összevágtak erről a meccsről, és hogyha valaki csak azt az összefoglalót megnézi, akkor azt mondta, hogy ez egy ilyen kis parádés mérkőzés lehetett, vagy legalábbis egy jó izé, mert össze tudtak vágni, sőt, nem tudom, Ádám, te láttad, de az a vicces, hogy még ráadásul, ahogy a Molnár Gábornak volt egy olyan szabcsia ott a második fél időben, amit a kiskapuson kiszedett a felsőből, azt még bele se rakták. Ezt nem teljesen értem. Bocsánat, csak egy ilyen technikai információt árulok el, itt nem tudom, mennyire szoktatok YouTube-ozni. Például teljesen más az MLS-nek a hivatalos YouTube csatornája, mint az M4-nek. De teljesen más időtartamba vágnak összefoglalókat, ez csak úgy zárójában. Azért, mert az M4 az saját magának megvágja, az MLS-re pedig van egy külön cég, aki intézi ezeket az összefoglalókat, ami, ha jól tudom, a Google-lel szorosan kapcsolatban áll. Ja, a Dancsó Péteréknek a cége csinálja, csak hogy tiszta legyen mindenkinek. A special effect. Minden esetre imádtam a technózenére a másfél perces csákvári összefoglalót, vagy a másik kedvencem volt a szintén ilyen 90-es évekbeli popzenére összevágott Vác mérkőzéseinek ilyen fél perces verziója. Azok voltak a legjobb összefoglalót. Bocs, Domi, csak ennyit akartunk. Semmi baj. Nem, mert itt ugye nincs zenés aláfestés az M4 sporton ott a speakernek a dumája van, amit ugye aki élőbe végigkövette, az valószínűleg ugyanúgy élvezhette. A meccsről nem akarom egyébként túl... Én nekem az is pozitív volt mindenképpen, tehát hogy egy kicsit így se lett nagyon az a klasszikus match feeling, hogy végre valakik voltak a vendégbe, és az elején azért volt is egy ilyen kis oda-vissza üzengetés, és nem tudom, nekünk ugye a... Tehát én azt gondolom, hogy a Diósgyőrre nekünk olyan túl sok bajunk nem szokott lenni. Ugye a történelem az mindig arról szólt, hogy mi őket megverjük itt Győrben mindenképpen. Ugye ez az utóbbi időszakban ugye nem találkoztunk, úgyhogy valószínűleg ki voltunk éhezve már egy... Tehát az a 22 fős ultracsoport már ki volt éhezve, hogy valami komoly társaság ide jön, és az elején egyébként ugye nincs itt a Viktor, mert ugye azt tudni kell, hogy a Viktor beült közéjük. Tehát ő is ugye a... Ezt mondjuk elég pont kérte, hogy nem mondjuk, de nem baj. Hát, de nem úgy, tehát nem úgy. Tőlem nem kérte, meg egyébként nem is láttam ezt leírva sehova, úgyhogy innentől kezdve. De ő egyébként egy, tehát hogy Ádám, ezt megbeszéltük, tehát a Viktor a vendégszurkolók viselkedéséről ír egy hosszabb tanulmányt, és ennek kapcsán most a tapasztalatokat gyűjtött, ezúttal a Diósgyőri. Ugye ő volt már más csapatnak az útra, vagy hát a vendégszektorában, és ő ebből egy komoly, lehet, hogy PhD-t fog ebből írni. Na visszatérve, úgyhogy jó volt, az elején volt egy kis kajabálás, aztán ugye nagyon érdekes volt, hogy azt vettük észre az Ádám, hogy ugye elcsendesedett a stadion. Nem független attól, hogy ugye a meccs is azért szerintem eléggé elcsendesedett. Ugye az volt a vicces az egészben, hogy egy teljesen komikus góllal ugye a másfél perc után vezetett az Eto. Ugye én hagyományosan a egyik hát a egyes kivezető út felé, hogyha valaki mehet a stadionba, ugye annál a kapunál a 16-os magasságában ültem én már 80-as évben és apámmal az akkori stadion, az akkori szektorába, és ezt a jó szokásomat megtartottam, és ugye ez a pont a másik kapuba esett, úgyhogy ezt így nem igazán tudtuk ezt
hogy mondjam, tehát nem tudtuk megmagyarázni, hogy mi történt, az látszott, hogy valaki megpattant valami, és ugye azt igazából csak másnap vagy az összefoglalóban láttam, hogy ez egy elég mókás gól volt, ugye, hogy beledöfjünk egy tört a diósgyőri szívekbe, azért a biztonság kedvéért az eredményjelzőre kiírták, hogy góllövő Bacsa Patrik. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen terror volt, ilyen lelki terror volt, hogy érezzétek, hogy nincs kegyelem, mert ugye azt tudni kell, hogy a diósgyőri oldalról ugye azzal vezették fel a meccset, hogy öten vannak az Eto keretében, akik valamilyen szinten vagy megfordultak a diósgyőrbe, vagy ott is nevelkedtek, lásd Bacsa Patrik. Aztán ugye elkezdett a meccs ugye kicsit ilyen normális mederbe folyni, normális NB2-es mederbe folyni, tehát túl sok minden nem történt. Ez nem azt jelentett, hogy egyébként nem voltak helyzetek, tehát azért az Etónak is voltak olyan lövései, amit a kapusnak ki kellett védenie, illetve a diósgyőrnek is volt egy olyan szabadrugása Molnár Gábornak. A két komoly szabadrugása volt, az első félidőben volt egy olyan szabadrugása, amit a kapufára rugott, az most kérdés tárgyat képezheti, hogy egyébként a kapusunk az kicsit beletolt-e, de mindesetre vészes volt a dolog, mert ugye úgy pattant vissza, az a legrémesebb a kapus szempontból, hogy úgy nem oldalra pattant, hanem egy kicsit előrefele, és gyakorlatilag majdnem a hátáról bement a szegény srácnak, de mellé ment. Meg én azt láttam, hogy itt beszélgettünk erről a lelki puszról, mondjuk, hogyha egy csapat gyorsan vezetés szerez, vagy meglepetésszerűen szerez vezetés, hogy erre rá lehet ülni erre a hullámra, hát nekünk azért annyira nem sikerült. És akkor a Diósgyőr is rájött, hogy azért nem vagyunk annyira vészesek, azért ők is előrébb jöttek, és azt láttam, hogy mondjuk tehát a könyves az nehéz feladat lesz megfogni a középső védőinknek, ugye Lipták Zoltánnak, aki ezen a meccsen egyébként elég érdekes teljesítményt nyújtott, mert azt számoltuk az Ádámmal, hogy tehát nem is tudom, tehát biztos, hogy egy kezemen nem tudtam megszámolni, hogy hány gyertyát rugott, és ebben benne volt olyat, hogy gyertyát fejelt. Tehát nagyon mókás volt. Nem cifrázta túl, tehát ezt nem szokta, de most ez különösen így volt, hogy nem cifrázta túl. Nyilván benne volt ebbe az, hogy ugye a standard kapusunk, a Fagyas az eltiltását töltötte, és ugye a Ruiz Barnabás védett, aki egy ügyes gyerek, de egyszer, amikor a Messi kapuba állt, hogy mondtam is az Ádámnak, hogy bántóan kicsi. Tehát amikor az ember ugye a kapuba látja, tehát kicsi, nagyon ügyes, meg ruganyos. Messi is védett a meccsen, Ruiz Messi. Úgyhogy... Domi szíve szerint úgy mesélt Ruizról, mint aki meg akarja etetni, hogy szegény, milyen alultáplált ez a fiatal ember, milyen kapus ez, hát sose nő meg. Plusz ugye... Nekem az mindig tetszik, hogy ugye itt a fiataloknak a nagy része az ugye a Fehér Miklós Akadémián nevelkedett, meg az ottani gimnáziumban érettségizett, azért vannak elképzeléseim ott az oktatás színvonaláról. Na most Ruiz az konkrétan a Bencés gimnáziumban járt, most érettségizett, tehát ő neki valószínűleg úgy több elképzelése van a labdarúgáson utáni életről. Na mindegy, nem mozgott, nem volt rossz egyébként, voltak jó. Az látszott egyébként, hogy annyira sűrűn nem vonták be ebbe, amikor ott hátul játszadoztunk, hogy visszagurították neki. Meg a másik érdekes volt, azt is figyeltük ott az Ádámmal, hogy a kirúgásainál, hogy tudatosan vagy véletlenszerűen, de annyira félrehúzott a lába, hogy nem középre rúgdalta ki, hanem majdnem az oldalvonalhoz. Második félő volt, amikor középre rúgta ki, úgyhogy most az vagy véletlen volt, vagy tényleg az tudatos. Én ezt generációs betegségnek vélem felfedezni, mert 2-3 hete a Varga Ádám, a Soroksár kapus, aki szintén ilyen 99-es korosztály, ugyanezt csinálta a Soroksár Nyíregyháza meccsen. Tehát az úgy képzeljétek el, hogy ilyen 16 ember így a pálya jobb oldalára eltolódott. De mindenki oda várta a kirúgást. Mindegy. Úgyhogy lement az első félidő, beszélgettem én is emberekkel, volt bennem félsz, tehát nem úgy vonultam szünetre a budiba, hogy hú, ez a meccs az meg lesz, hanem tényleg úgy gondoltam, ott mondtam is, hogy jó lenne, ha behúznánk, de nem tudom, mi lesz. Most ehhez képest a második félidőben a Diósgyőr megint egy 3 perccel később kezdett, tehát 3 perccel később jött ki, legalábbis fizikailag ott voltak a pályán, de fejben még sehol nem voltak, és ezt kihasználtuk. Tehát így hirtelen már 2-0 volt a táblán. Ugye akkor még Bacsa volt kiírva, ugye, mert öngól volt, azért azt fontos megjegyezni, hogy öngól volt, mondjuk ebbe is volt vita, mert hogy a Szűcs volt az öngól szerzője, vagy a Polgár, ez se dölt el egyébként, aztán hivatalosan a Polgárt írta be a Spori.
Itt viszont ugye Óvári, tehát Bacsa volt, mint Volt Diósgyőri, és akkor Óvári is, mint Volt Diósgyőri, ugye berúgta a másodikat, aki most ebben a szezonban itt a gólvágónk lett, mert ez volt a negyedik gólja. És, de én még mindig nem éreztem azt, hogy ez így meg lesz. Tehát voltam, hát ugye az öregség azért ilyenkor előjött. Este volt már, akkor már 9 óra volt, addigra gyakorlatilag elszúnyók át a fél stadion, és ugye mondtuk is megint csak azt, hogy a Diósgyőri semmit nem szurkoltak. Nyilván a 0-2 az elég mély nyomokat hagyott a lelkükbe. A miénket megmondom, sokszor nem hallom, mert egyszerűen a föntiből, hogyha ordibálnak, talán a dobot lehet hallani, mint hogyha valaki így egy asztalon kopogna, ugye annyi jön le a föntről, mert elszáll a magaségbe a és akkor így a Diósgyőr azért látszott, hogy ők azért ezt így a pályán lévők, tehát lehet, hogy a szurkolók már elkönyvelték, hogy ez megint bukta lesz, vagy bukta lesz. Én azt láttam, hogy azért pályán lévők nem feltétlenül, és ebbe egyébként mi is segítettünk, mert ugye a szépítő gól, azt utána megnéztem, mert ugye persze Ádámnak azt magyaráztam, hogy az Eto mindig a másik, tehát ahol én ülök, a másik kapura kezdi a meccset, és a verebes időszakban a második fél időben odarúgták a kurva sok gólt. És ezt mi öregek még mindig tartjuk, hogy azért ülünk itt, mi nem is megyünk át soha oda, mert oda úgyse rúgunk gólt, hanem itt maradunk, itt lesz a sok gól. Na ez most már szerintem ilyen 10-15 éve biztos, hogy nincs itt, de lehet, hogy régebb óta. És most nyilván ezen a meccsen is ugye a 3 ment oda, és egy jött talán ide. És ugye ott az látszott, hogy beívelés után így az ötösnek a túlsó sarkán, így Molnár Gábor, akit nem úgy képzeltem el, mint aki a fejjel befejezi a támadásokat, így teljesen tisztán befejelte. És egyébként azt néztem meg az összefoglalóban, hogy nem tudom, ki volt az, aki a Diósgyőri támadó volt, de gyakorlatilag sikerült neki úgy elmozogni a beadás előtt, hogy az Óvári, akinek a Molnár lett volna az embere, meg még valaki, az gyakorlatilag összeakaszkodott egymással a két győri kvázi védő, mert ugye az Óvári nem védő, és így beakadtak egymásnak, és így a 3 lépést tett arrébb a Molnár, és tök egyedül volt, és így bebólintotta. Na itt már éreztem, hogy itt már tényleg gáz lesz, mert még nagyon sok volt hátra, és volt kegyes annyira a Diósgyőri, viszonylag gyorsan ezt a bizonytalanságomat ezt el is oltotta azzal, hogy körülbelül, nem tudom, 10 percen belül ugye megjött az egyenítő gól, ami megint érdekes volt, mert akkor Molnár ugye beívelte, és akkor a könyves befejelt ott, és bántóan nem volt neki védője. Ott szerintem Lipi azért, hogyha majd elmegy gyónni, akkor ezt szerintem be kéne neki venni, mert ez szerintem az övé volt. Itt a kapusunkat egy kicsit azért lehetne szapulni, mert nagyjából az ötösre jött be az a beívelés, azt szintén a tévében néztem meg utána, tehát hogyha kicsit bátrabban kijön, akkor szerintem neki ezt ha más nem kiöklözi a picsába, aztán nincs ott semmi, nem történt. Na akkor már nagyon feszes volt a dolog, mert azért még mindig nagyon sok volt hátra, de aztán úgy tűnt, hogy valahogy ilyen békéssé vált az egész. Tehát voltak még helyzetek itt is, ott is, tehát mi is rúghattunk volna gólt, de hogy valahogy ott úgy, nekem az jött át, hogy végülis jó ez. És egyébként, hogyha utána az edzői nyilatkozatokat meghallgatom, akkor végülis ezt mondta, ugye a Kondás mondta inkább azt, hogy azért ők lendületben voltak, és hogy az lett volna az igazi csattanó, hogyha még rúgnak még egyet. A mi mesterünk az nem is mondott ilyet, tehát ő gyakorlatilag simán bemondta azt, amit mindenki látott. Ez még újdonság volt részéről, hogy olyat mondott, amit én is láttam, hogy gyakorlatilag a dominált a Diósgyőr ezen a meccsen simán. Tehát ehhez képest ez a 2-2, ez nem egy rossz eredmény, és hogy azokat a meccseket kezdte el, ahol ugye mondjuk Ajka, meg Szent Lőrinc elve hullajtottunk pontokat, hogy inkább ott kéne sírni, hogy az ott elhullajtott, mit tudom én, összesen három vagy 4 pontot, azt kéne sajnálni. Úgyhogy egy kicsit egy ilyen békéssé vált a történet, úgyhogy nem igazán volt bennem katarzis élmény. Tehát én ugye azt mondtam, hogy nyerünk 4-2-re, ugye 2-2-nél ez még mindig simán benne volt, már, de ugye azt mondtam az Ádámnak, hogy mivel a góljaink se kifejezetten kidolgozott akciókból születtek, nekem egy reményem van, hogy valami kósza 11-est összehoz a Diósgyőr hátul, és ugye a védelmük alapján ez nem volt egy teljesen valóságtól eltévejedő gondolat. De nem volt szerencsénk ilyen szempontból, mert igazából nem nagyon tudtunk bemenni a 16-osra se. Tehát volt 2 pontrugás a végén, az egy nagyon érdekes jelenet volt, ugye az új szerzeményünk, az új reménységünk, Vernes
és beállt a 10-12 perc a vége előtt, és volt egy ígéretes szabadrugás, és én úgy láttam, hogy ő ezt el akarja rúgni, de a Vitális Milán is el akarta rúgni, és ugye annyival volt ő beljebb, hogy ő már mondjuk a első fordulóban is itt játszott Győrbe, plusz a ő kezébe volt a labda, és én úgy láttam, hogy Vernes próbálja ezt a szituációt meggyőzés erejével kiszedni a labdát a kezéből, tehát nem használta a saját kezeit, és akkor valahogy így megbékéltek, sőt, majdnem, hogy elnézést kért a Vernes, hogy ebbe a így belepofázott, ezek után Vitális 3-4-5-6 méterrel fölé rúgta, úgyhogy szerintem épp annyira zavarta meg Vernes, amennyire nem kellett volna. Nem tudom, igaz, úgyhogy ez a meccs, ez megint olyan volt, most én nekem még mindig nem olyan gáz, mert mindig szoktam ugye a meccsekről írni, és akkor most megint az van, hogy most még nem jutott eszembe semmi, tehát még mindig itt várok, hogy mit írjak. Annyit még egy fél gondolat, hogy itt Győrbe egyébként ennek a meccsnek a hatására, most megint elkezdett mindenki szomorú lenni, meg a tulajdonost megtalálták, és ugye tudni kell, hogy a polgármesterünk én direkt mondom azt, hogy DAC, mert tudom, hogy kint is így hívják, meg itt van Győrbe egy DAC, és akkor azt nem akarom így mondani, hogy DAC. Tehát a DAC meccsen ő rúgta a kezdőrúgást, és akkor megjöttek az összeesküvés elméletek, hogy majd a világi Oscar fogja megvenni a mi csapatunkat, és akkor majd marha jó lesz. Szerintem nem fog ez megtörténni, de ettől még lehet marha jó. De majd csak nem tudom mikor, de soká. Köszi, Domi. Minden esetre tényleg nem volt egy rossz találkozó. De milyen jó, hogy elmondtam, hogy szar meccs volt, és akkor azt mondja az Ádám, hogy tényleg nem volt egy rossz találkozó. Most nem, elmondom miért. Én délután néztem személyesen a Budafok Tiszakécskét, ami 4-2, Balázsi írta is közös csetben, hogy hú, de jó volt nektek, mert mennyi gólt láttatok, meg ilyenek, de ha... Várjál, láttátok... ennek a háttértörténet annyi, hogy Viktor hazaért, és elkezdett panaszkodni, hogy úristen, milyen vasárnapon volt két NB2-es meccset végszemet, és gyorsan néztem az eredményre, hogy mondom, mi biztos jó szar meccsek lettek, azt látom, hogy 4-2, meg 2-2, írom, hogy mondom, miért tök jó meccsek voltak. Erre így egyszerre Viktor meg Zoli rám támad, hogy mi milyen jó meccs, miről, mi. Akkor ott tudtam, hogy na akkor ezek nem voltak jó meccsek. Na akkor elmondom, hogy miért, vagy legalábbis az én álláspontom szerint miért. A délutáni Budafok Tiszakécske egy ilyen, az is egy ilyen délutáni meleg van, süt a nap, futni kell, faszom ki van. Hát jó, mondjuk a Kécskénél edzőváltás volt, ők ez a klasszikus, hogy ugyanazt csinálják, mint egy hónapja ellenünk, hogy nincs támadójuk, ezért éjjel-nappal járatják a labdát, dorba szájba. Tehát nem tudnak máshogy, csak körkörösen járatják keresztbe a labdát. Nincs támadójuk igazából. Ugyanezt csinálták, csak Viktorék igazából ezt kihasználták, és lekontrázták őket a picsába. Tehát viccesen fogalmaztunk valamikor egy pár éve, tavaly előtt, mikor MB2-ben volt megint előtte a Budafok, és akkor Csizmadiát mindig így fikázták, hogy kontra Csabi, mindig ez volt a neve, legalábbis egy-egy fórumon, és így mondtam is Viktornak, hogy most kontra Csabi szellemét megidéztétek, mert körülbelül 4-ből 3 találat az furra, tehát az ilyen tényleg abszolút kontra gól volt. Tehát, és ezt lesz számítva, egyébként nem történt semmi ezen a találkozón. Tehát azért mondom, hogy a befejezés az ugyanúgy, mint Debrecenben, az ilyen masterclass szinten ment, tehát, hogy minden lövés gól, ami tök jó, de egyébként maga a találkozó azért nagyon álmosan csordogált. Az esti mérkőzésnek viszont szerintem volt némi ritmusa, de azért inkább én azt láttam, hogy a Győr az baromira meg van illetődve. Tehát hogy ennek mi lehetett az oka, az nem tudom. Viszont a Diós Győrnél alapvetően, hogy mondjuk taktika nincs, csak az, hogy bazd oda a Molnárnak, majd ő megoldja. Az alapvetően az szerintem még MB2-ben is kevés, viszont azért látszott, hogy fizikálisan, meg mentálisan, hogy ezek a Diós Győriek baromira akartak. Tehát mentek keményen, oda tették magukat, próbálták zárni a területet, letámadtak. Tehát ez volt, viszont az a vicces az egészben, hogy amikor ez ilyen magyar betegség legalábbis szerintem, hogy oké, letámadunk, oké, labdát szerzünk, de utána mi a fasz csináljunk a labdával? Szerintem ez ilyen 10-ből 8 magyar csapatnak ez a legnagyobb probléma, hogy nem tud mit kezdeni a labdával, és pont az a vicces az egészben, hogy Domiék, az első gól az azt hiszem abszolút pontrugás volt, talán a második után, is, igen.
tehát talán mindkettő az volt, és akkor a Diósgyőr tényleg úgy képzeljétek el, hogy a 30. másodpercből szerezte meg az első gólt a Bacsa, a második félidő 47. percében, tehát másfél perccel a második félidő kezdése után volt 2-0. Akkor 47. másodpercében, a percet mondtál. Nem, a második félidőben másfél perc telt el. Tehát igen, a másik fél 47. jó, oké. Percében, az első félidőnek viszont az első percében telt el, bocsia, nem volt egyértelmű. Egyébként ezt leszámítva a Győr, tehát ő nagyon sok erőt így, szerintem őket is meglepő gólt szereztek, tehát hogy így, mi a fasz, mi nem szoktunk ilyet csinálni. Na mindegy, úgyhogy lényeg, hogy utána a Diósgyőr az akaratát ráerőltette, csak mondom, ami Kondás Elemérnek a legnagyobb baja, hogy oké, szerezzük meg a labdát, de utána mi a fasz csináljuk. És ezt beszéltük utána kint a parkolóba, Domival is, meg Viktorékkal is, hogy a legkedvencebb húzásunk Kondás Elemért, azt hiszem, hogy 88. percben Molnár Gábor, Hornyák Marcell csere. Tehát Molnár Gábor az egyetlen ember, aki fel tud építeni egy támadást, akinek ki kellene szolgálni a támadókat, lehozza és a helyére beküld egy full statikus csatárt, aki a labdákat várja. Olyankor már jó az X, ez azt jelenti. Ez a Győrben eltöltött szűk fél év emlékén tiszteltére Elemértől nektek szeretettel. Ezek azok a proliferszi magasságok, amiket én sose fogok megérteni, de lehet, hogy velem van a baj. Egyébként meg a 90. perc környékén is a Diósgyőr jobban akarta a győzelmet, én azt gondolom. Nem lett volna igazságos, de hát ez a klasszikus, hogy mindkét félnek szar. Domiéknak szar, meg 2-0-ról buktak, Zoliéknak azért szar, mert eleve nyerni mentek Győrbe, ez a mindenkinek szar. Meg az volt tényleg a legrosszabb az egész, hogy így a második fél időben 2-0-ás győri vezetés után így minden meghalt. Tehát így olyan, mint a zárt kapus meccs lett volna, a diósgyőriek tüntetőleg nem szurkoltak, a győriek meg nem tudom, belekényelmesedtek, hogy ezt behúzzuk. Érdekes találkozó volt, tényleg, tehát... Mindenki világi Oscar-t próbálta felfedezni valahol a nézőtéren szerint, és annyira figyelt, meg hát, ha meghallja a világi Oscar hangját valamelyik szektoros. Táblára ki van írva, hogy klubot vennék. Mindegy, egyébként érdekes találkozó volt. Úgyhogy lényeg, hogy akkor engedelmetekkel én gyorsan elolvasom Zolinak a beszámolóját a találkozóval kapcsolatban, hogy a másik felet is meghallgassuk. Viktor álláspontját, hogy nagyjából elmondtam, meg Balázs is már fejtegette, hogy hát valójában ez egy szar meccs volt. Hát Diósgyőri szempontból is azt gondolom, hogy igen, abszolút, ha a tabellát nézzük. Na nézzük! Beszámoló by Emődi Zoltán. Opus 1. Vártam ezt a meccset, mert azt gondoltam, hogy a Nyíregyháza előtt egy jó erőfelmérő lesz a csapatnak. Ehhez képest hideg zuhannyal indult az egész, mert számomra érthetetlen módon öngóllal nyitottunk. Nekem felejthetetlen az, hogy Szűcs mit szeretett volna csinálni ott a kapu előtt. Gondoltam, hogy a gyors gól majd ébresztőt fúj, de nem. Az egész első félidő értékelhetetlen volt számomra, meddő mezőny felényünk volt, ami semmire nem volt elég. A Győr néha megiramodott a kapunk felé, és szinte minden támadásuk veszélyes volt. Na, ezt mondjuk. Ez a tévé, ez torzított. Igen. Ellentétben a mieinkkel. Molnáron és Könyvesen kívül nincs ebben a csapatban focista. Ők ketten érnek valamit, a többi ember jelenleg csak töltelék. Talán Zsemje az, akiből még lehet jó játékos. Hát Zsemjéről én Dominak csak ennyit mondtam, ha ez a csávó megint kiállítatja magát, én szarrá röhögöm magam. Tehát megint nagyon lelkes a fiatalember, de ön és közveszélyes. Na de folytatom a beszámolót. Második fél idő, na majd most. És akkor, bum a fejbe. Eperjesi összehozta a második győri gólt. Azt látni kell, hogy ez a három belső védős és szélen felfutó játék nekünk nem megy. Főleg azért, mert nincs jó játékosunk a szélekre. Szerencsére, ezt láthatta Kondás is, és a cserékkel kicsit átrendezte a csapatot, átálltunk négyvédős rendszerre, és valamivel jobban működött. Molnár fejes góljánál elaludtak a győri védők, és tisztán fejelhetett. Aztán pedig Könyves talált be újra, ekkor lehetett érezni az ellenfélen, hogy megfogta őket a gól,
és el lehet hozni a 3 pontot. Sajnos nem voltunk elég jók ehhez. Hú, bazzeg, még milyen sok van. Azt a kurva eget. Na, várjatok meg. Nem tudtunk felpörögni, mert nem volt elég jó ehhez a kondi. Hát akkor nem tudom, hogy győriek mit mondjanak, ha Zoliéknál probléma van a kondi. Nem kondi volt. Szerintem itt a kondival volt a legkülönösebb baj. Ez az én megérzésem. Így lepergett a meccs, és döntetlennel zárult. Csalódott voltam, mert ez rém gyenge teljesítmény. Volt 20 perc foci tőlünk, ami nem elég. A pontokat így veszítgetjük el, és így csúszik ki majd a feljutás lehetősége a markunkból, ha nem változtatunk. A második fél időben már a tábor se szurkolt, és a drapikat is beszedték, így tüntetve a látott produkció ellen. Ha Nyíregyháza ellen nem tudunk nyerni, akkor fel fognak erősödni a kritikus hangok a lelátó. Ez Diósgyőr, itt nem elég 20 percet fotizni meccsenként. Következzenek a szervezett csoportok felhívása. Elfelejtettem az olvasó szemüvegemet felvenni. Ne nyíregyházi szemmel olvasd ezt a szöveget, nem, Diósgyőri szemmel. Bibliai szemmel néztem, bocs. Tisztelt szurkolótársaim, a győri 90 perc után ezúttal sem evett egymás tenyeréből a két szurkoló, tábor és játékos. A vasárnap éjszakában beszélgető társunk Kárán arcán is ott volt a szégyen, amit mi is éreztünk, hiszen az álmok szépen lassan kezdenek repedezni. Hullatjuk rendesen a pontokat, és most már nem csak számunkra, bocsánat, jelentéktelen csapatok ellen, de a lelátón riválisokkal szemben is, pedig ezúttal szép létszámmal sikerült megjelennünk az Etó Parkba. A véleményünknek, elkeseredésünknek, hogy az elmúlt 5 év után sem győzelmektől, hanem a kínos NB2-es eredményektől zajos Diósgyőr, csak úgy tudunk hangot adni, ha bevesszük drapjainkat, csendbe burkolózunk, ahogy az történt ezúttal is. A meccs végén már nem is kérdőrevonás miatt követelünk ki valakit az öltözőből hosszasan, hanem azért, hogy tudja mindenki a klubnál, szerdán nem csak egy meccs lesz a bajnokságban, ha már a másodosztályba kényszerültünk, akkor az ősi riválissal szemben győznünk kell. Nézzük tovább. Azt mondják, hogy a jó házasság titka, hogy az egyik fél szereti a másikat, néha enged. Mi imádjuk a DVTK címe, ezért megüzentük. Győrbe húztunk egy vonalat, a térpákok ellen a játékosoknak, a szakmai stábnak, a klub vezetőinek a szívét pályán akarjuk látni, dobogni. Sok-sok évet vártunk erre a keleti ütközetre, amit nem befolyásolt semmi körülmény, hogy ez számunkra a legjelentősebb derbit méltóképpen éljük meg. Lement 7 forduló, dobjuk a kukába, most kell magunkat kurvára oda tenni. Ez a szerda, ez a meccs csak a miénk. Ne féljetek, küzdjetek, a mi diósgyőri szívünk a lelátón együtt fog lüktetni. Ez nem nyomás, amire lehet hivatkozni, ez itt legyen alap, erre szerződtünk. Mi szurkolunk a lelátón, ti focizzatok a pályán. Egyszerű a képlet, húzzuk be szerdán ezt a derbit, aztán irány fölfelé az NB1-be, mert ez lehet csak is a cél. Föl kell jutni, és hosszú évtizedek után végre egy sikeres csapatnak akarunk szurkolni. Ebből viszont nem engedünk, mert senki nem mondhatja, hogy ez a tábor nem érdemli meg. Ez a hét, ez a pár nap, ez a meccs, végre itt az idő, mozdulj, Diósgyőr, Ultrász, Diósgyőr. Jó. Ennyi lett volna? Ez nem egy beszámoló volt, hanem egy konkrét cikk, amit felolvastál. Az ami vélekényről. A fele, igen. Ja, hát ezt küldte akkor. Puszi, Zoli. Nem a cikken röhögtünk, vagy a beírásról, hanem a kommenteket. Ja. Nem, bocs. Én egyébként biztos, hogy úgy olvastam volna fel ezt Ádám, hogy amikor azt írta a kedves szerző, hogy tirpák, én biztos azt olvastam volna be, hogy szimpatikus nyíregyházi sportbarátaink.
Hát elnézést, nem készültem fel, nem olvastam át ezt a remekbe szabott kis összefoglalót itt Zoli részéről. Minden esetre csak ilyen technikai információ. 10 éve találkoztunk utoljára Diós Győrrel MB2-ben, 2015-ben pedig utoljára az MB1-ben. Úgyhogy minden esetre pikáns lesz. A legutolsó találkozásunk következtében a Diós Győr jutott fel. Legalábbis az a mérkőzés, ami 2011-ben Nyíregyházán 3-2-es vereséggel zárult, az nagyban befolyásolta az akkori feljutást. És ellenük is olyan jó a mérlegetek, mint ellenünk, vagy picit jobb? Nekünk a Diókkal szemben egész jó, de most nem fogok belemenni a statisztikákba, átnéztem, de mindegy, tényleg zárjuk az MB2-es blokkot, mert hosszú lesz. Elnézést a szar felolvasásért, ígérem, egy picit jobb vagyok, vagy esküszöm, egy picit jobb vagyok. Te szemüveges vagy, Ádám, most tényleg? Nem, kurvára nem, amúgy kurva jó a szemem, csak picit fáradt vagyok. Be vagy baszva. Mert amúgy csak elárulom, tehát hogy így meséltem nektek műsoron kívül, hogy én délben elindultam Kisvárdáról, felértem 3-ra Budapestre, mert volt természetesen sajnálatos baleset mind az M3-ason, azt követően pedig az M1-esen. Ezután én hirtelen felindulásban megnéztem egy Budafok-Tiszakécskét, utána átutaztunk, hogy megnézzünk egy Diósgyőr etót, és utána még visszajöttem Budapestre, körülbelül mire mindenkit kiraktam a kis lakóhelyén, az úgy körülbelül ilyen 00:30-1-re jött össze, utána még hazajöttem, és akkor körülbelül ilyen 1:30-2 körül el is aludtam, és akkor 6 órakor keltem, úgyhogy elnézést, ha nem voltam kellően összeszedett, majd megkérjük, hogy Zoli olvassa fel. Úgyhogy sok hozzászólás, inkább úgy látom, hogy komment formájában, úgyhogy, de Norbi már nagyon nyújtogatja a kezét, mert mindenképpen szeretne az MB2-höz hozzászólni. Parancsolj, Norbi, csak röviden, tömören, mert... Ölen nem megszokott módon, ugye? Én annyit szeretnék hozzászólni, hogy ahol a Diós Györgynek nem jött a Horsos egy ötöst gurított, egy, kettő, pedig a másik, hogy ismét köszönöm szépen a Diós Györgynek, megírajtuk, ment el a Tipixem zsinórba ötödjére, így tovább, fiúk, nagyon jó. Na mindegy. Egyébként a szerdai rangadón pedig egyértelműen hajrá Spari, ez nem volt kérdés. Köszi, Norbi. Azt hittem azért kér szót, hogy elmond az MB3-as eredményt. MOL Fehérvár 2, Etol Kedőmi a 0-3. Nem követtem az MB3-at, de ha itt pedig a Rattalka volt klubomnak is a BVS és Norban 5-5 nyert is tavaly, és magabiztosan az az MB3 nyugati csoportjában. Azért tudjuk, ahhoz képest, hogy ide jött az öreg argentin, ide jött az öreg argentin vasárnap, gurított 2-t egy 11 fős csapatnak, az úgy elég szégyen. Tehát csak egyen sikerült verni a pápát. Mindegy, haladjunk. Én értettem. Jó, az a lényeg. Köszi, Balázs! Akkor gyorsan a 7. forduló többi eredményét a teljesség igényével. 3. kerület Budaörs, Kőkemény 0-0. Nem nagyon akar összejönni se a Budaörsnek, se a 3. kerületnek a 2. győzelem. Egy barátságos X-el kiegyeztek. Ugyebár a Nyíregyháza Ajka 2-0-ról beszéltünk, emellett még volt Dorog Szombathely 0-2. Elég jól menetel a Szombathely Németh Szabolcs vezérletével, és hát javarészt hazai játékosokra építő haladás. Ott vannak a 2. helyen. A Budafok Tiszakécskéről már azért nagyvonalakban meséltem. Egész jó találkozó volt a időjárási körülmények ellenére, egész szórakoztató volt. Emellett még volt egy Békés Csaba Soroksár 2-3, hát Schindler Szabolcsnak nem jött össze a debütálás, továbbra is elég nagy gödörben van a Békés Csaba, és hát még mindig nincs győztes mérkőzése a Viharsarki Társaságnak. A Pécs, még ha nehezen is, de behúzta az Akvitál ellen, a Csákvár ellen 2-1-re, viszont ahogy Norbi is említette, a Vasas hengerelt Szolnokon, ugyanis 5-0-ra nyertek a 13. kerületiek, végre kiszakadt a Golzsák Kuttor Attiláéknál, ezt követően volt egy Kecskemét Siófok, amely 1-0-val végződött, továbbra is tart a Kecskemétnek a jó sorozata, és hát egy külön érdekes mérkőzés volt bizonyos szempontból a Szeged-Csanád Szentlőrinc, ahol meglepetésre vendégsiker született a Szentlőrinc részéről, viszont nagyobb meglepetés volt számomra, hogy az ifjú titán 37 éves Miroslav Grumic szerezte a győztes gólt, ami minő érdekesség, pont nyáron basztak ki Szegedről, és hát ezért szép a labdarúgás, hogy Adem Kapics lenyilatkozta, hogy neki már nem kell egy Miroslav Grumic, menjen a picsába, hát ilyen a futball, és hát beszéltünk az Eto
Diós György 2-2-ről. Tabellával még szerintem egyelőre kár foglalkozni. Minden esetre vezet a Nyíregyháza, megjegyzem. Na de beszéljünk egy kicsit az NB1-ről, nem csak kicsit, hanem akkor jöjjön most már az NB1, és egy péntek esti találkozó. Hát már sokszor utaltunk a Debrecen Gyirmót 5-0-ra, Balázs. Hát itt én csak annyit jegyeznék meg, hogy így egyfelől ez tényleg egy érdekes első félidő volt, mert mintha pályán nem lettetek volna. A másik, ami úgy megnéztem statisztikák tekintetében, hogy Ugrai Roland a maga 6 találatával lassan megdönti az egyéni rekordját az NB1-ben, ami 10 találat volt egy szezonban. Úgyhogy már várom azokat a hangokat, hogy Ugrait a válogatottban. Én már várom Dzsudzsák mellett Debrecenből. Viszont itt kíváncsi, hogy hogyan láttad ezt a találkozót, mert rengeteg olyan hang volt, hogy hát nem volt ekkora különbség a két gárda között. Minden esetre érdekesebbnél érdekesebb találatok születtek. Parancsol, hallgatjuk a beszámolódat. Én mondod itt, hogy érdekes volt az első fél, de én még a szarnak ezt a szinonimáját nem hallottam. Hát eléggé csalódás volt, igen. Pont arról beszéltünk, meg írtuk mi is cikkbe, hogy csak ne az legyen, mint az Ete ellen volt, ugye egy ugyanilyen fontos, mondhatjuk kiesési rangadónak, és kulcsmeccs, tehát hogy azért Zete Gyirmót, most azért az Újpestet ide vehetjük, még a Honvéd, ezeken a csapatok ellen, akik úgy tűnik, hogy most itt nagyon a hátsó régióban lesznek, itt azért minden meccs nagyon fontos, tipikus ilyen 6 pontos meccsek, ilyen közhelyen élve, és hát ezeket főleg itthon hozni kell. És ugye egyet már elrontottunk az ETE ellen, az azért nagyon fájó, még továbbra is, meg szerintem sokáig az lesz. És most itt volt ez a kulcs meccs a Gyirmót ellen, ahol nem fért bele a bukta. Ugye már lehetett ilyen hangokat is hallani, hogy vereség esetén edzőváltás. Őszintén szóval nem lepett volna meg, ha az bekövetkezett volna. Annak ellenére, hogy én kifejezetten ellenezem, tehát hogy én még bízok a Husztiék stábjában, mert látni a fejlődést a csapaton. Úgyhogy én még nem tartozom azok közé, a tábor közé, akik azt mondják, hogy mindenképpen takarodjanak. Úgyhogy ez az első fél idő, ez tényleg megint csak kiábrándító volt. Hát a Gyirmótnak a nem árul zsákba macskát csertői. Jött a tipikus gyirmóti csertői féle foci, tehát itt most nem volt szó arról, hogy itt magasan letámadnak minket a kapunk előtt, és kihozni nem bírjuk a labdát, nem. Itt a szépen a kis toljuk be a buszt a kapunk elé, 4 védő, előtte 5 középpályás szépen tömörül zárja a területeket, és esélyünk sem volt nagyon helyzetbe kerülni, megint a tipikus hiba, ugye mindenki állva várja a labdát, senki nem próbál üresben mozogni, nem csinálja meg az egy-egyeket, mindenki csak passzol tovább egyel hátra, oldalra, félpályáról visszaadjuk a kapusnak. De azért már a 35. perc környékén már azért felcsendült a kurva gyenge, meg mi a fasz van, úgyhogy ott azért a közönség is türelmetlen volt. Úgyhogy elég kiábrándító első fél idő után nem volt benne az, hogy ilyen fordulat következik. Ugye kettős csere volt a szünetbe, bejött a Bárány Donát, aki ugye felépült a második fordulós sérüléséből, illetve beállt Sós Bence. Úgyhogy itt azért voltak átalakítások, így ugye Ugrai visszajött ilyen árnyékék pozícióba, Ferenci visszament Korhut helyére, úgyhogy kicsit azért támadóbbá vált a csapatunk, és hát nagyon gyorsan megtörtük a jeget, egy pontrugás után, mi nő meglepő. Ez ugye mindig benne van a játékunkban, hogy egy pontrugásból szerzünk gólt, ugye Dzsudzsák ívelt be egy szabadot, Délan lefejelte, és Bévárdi közelről bevágta, és alig 2 perc múlva meg egy jó nagy mákos gólt vert ugye Ugrai, tegyük hozzá, egy nagyon szép Dzsudzsák indítás után, ott azért az egy kulcspassz volt, és hát egy nem volt jó lövés, egy gyenge középre tartó, ilyen lapos, pattogós lövés lett volna, ez ugye megpattant a védőlábán, így lett védhetetlen, úgyhogy megvolt a gyors 2 gól, de pont azt beszéltük ott a szurkoló társaimmal, akik ott körülöttem ültek, hogy most ne jöjjön az, hogy gyorsan kapunk egy gólt, mert akkor még itt visszajön a Gyirmót, és jött az a gyors gól, megint csak egy ilyen 2-3 perc telt el, egy ilyen tök buta szabálytalanság fölöslegesen,
egész meccsen nagyon veszélyesek voltak a gyírmóti pontrugások, tehát azért látszott a magassági fölényük is, meg mi sem voltunk elég határozottak ezeknél a szituknál. Úgyhogy már az első fél évben is volt azért ennek előszele, volt egy kapufája is ott a gyírmótnak, és ezt a szabadrugást be is fejelték, de ugye nem adta meg a partjelző intésére les miatt. Hát jött megint a bohózat, ugyanaz, mint a Fradi ellen két hete, megint 4-5 percig vizsgálták, hogy les volt-e. Végül is kihozták, hogy les volt. Majd ki fogok erre térni a végén, most nem akarom így megtörni a beszámolómat, de készültem megint képekkel. Ne legyek számon kérve, hogy most nem... Balázs és a varázsceruza. Igen, igen. Mert azért majd lesz, mint megbotránkozni, úgy gondolom. Úgyhogy nem lett megadva a gól, szerencsénkre. Szerintem ez így most, ez így a két gyors gól, meg az, hogy a szépítő gólt nem adták meg, azt törte meg a gyírmótot teljesen, és onnantól estek szét. Úgyhogy jött megint két gyors gól, ott Sós Bence parádézott, két nagyon szép gólt lőtt, előbb egy bedobás után egy lekészített labdát jobbal vágott be a hosszúba, ugye ő ballábas, és utána megint Zsuzsáktól egy olyan mélységi paszt, hogy azt a mindenit, tehát ez ilyet azért kevesen tudnak, még az NB1-ben is, azt megint csak ő használta ki zicserben, 4-0, ott Csertői bedobott egy 4-es cserét, hogy majd hát, ha esetleg valami, de nem, és a kegyelemdöfést Ugrai megadta a vége felé egy újabb szép távoli lövéssel, úgyhogy tényleg nem panaszkodhatunk arra, most pont azt írtam az összefoglaló cikkembe is, hogy ezen a meccsen beadta a gép, tehát hogy majd, hogy nem minden lövésünkből gól lett, olyan nagyon nagy kidolgozott helyzeteink azért nem voltak, tehát pontrugás, távoli lövés, megpattanó lövés. Lássuk be, szerencsénk volt, azzal is, hogy nem szerzett már vezetést a gyírmót az első félidőben, mert akkor azért kurva nehéz lett volna, ha a gyírmót talál gólt először. Úgyhogy ez az 5-0 nagyon nem volt benne, és hát örülünk tényleg, hogy ez most így... kiszakadt a gólzsák, de sokkal jobban örültünk annak, és ezt elmondták az edzők is a meccs végén, hogy nem kaptunk végre gólt március közepe óta először. Utoljára még Pécsen úsztuk meg kapott gól nélkül, azért ez elég csúnya sorozat volt, így fél év, meg nem tudom hány meccs, 15 meccs biztos volt benne, úgyhogy végre lehoztuk kapott gól nélkül, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként egész jó is volt most a védelmünk. Tehát most lehet, hogy találtunk egy ilyen kombinációt, itt a 6 meccsen már mondom 8 féle összeállításban játszott a belső párosunk, most összeállt egy olyan a Barát Péter Deland páros, amire én azt írtam, hogy a szegény ember Chiellini Bonucci párosa, hogy az egyik tud osztogatni is, ugye Barát, a másik meg egy ilyen fizikálisabb és keményebb idő a Deland, úgyhogy nyilván azért majd egy komolyabb ellenfél ellen más lesz a szitu, de most ez így rendben volt. Tehát mezőnyben azért állták a sarat, itt most inkább pontrugásokból volt veszélyes az ellenfél. Úgyhogy tök jó volt az 5-0. Összességében így a meccs is jó volt, de tényleg ez nagyon... Tehát a címadás is ez inspirált a mi meccsünk főként, de utána egy végig gondoltam, hogy a többi meccsen is mik voltak, hogy tényleg totál ellentétes félidők. Tehát, hogy ha valami, akkor ez az 5-0 ez nagyon nem volt benne ebbe a meccsbe. Úgyhogy nagyon kellett ez tényleg, mint egy falat kenyér. Nem jó, nem könnyű a sorsolásunk se, úgyhogy most a következő hetekben is elég nehéz meccseink lesznek. Úgyhogy most tényleg ez pici lélegzetvételnyi időhöz jutottunk ezzel a sikerrel. Köszi Balázs. Hát szokták mondani, hogy egy klasszikust idézek, hogy Marika, adj egy cseresznyét, mert a gép nem ad. Úgyhogy... De akkor még gyorsan megmutatom a... A képeket, igen. A varázsceruza. Már itt Discordon is utalgattak rá, hogy akkor, ha azt mondtam a múltkor, hogy manipuláltak, akkor most mi történt? Hát megmutatom, hogy mi történt a... 5-0-nál bazd meg leállsz kötekedni a bíróval. De most magunk ellen beszélek. Tehát, hogy ne érje szó a ház elejét. Konzisztens. Ha megtalálom, így van. Az első kép, amit most lát mindenki, ez rögtön a gól után, amit az M4 lelassított, és ugye itt pont erről beszéltem a múltkori esetnél, és hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor állítod meg a képet, hogy pont akkor, amikor eltalálja a labdát, vagy amikor már elhagyja a
lövő lábat a labda, mert az M4 konkrétan úgy állította meg a képet, hogy még a labdát el se találta a rugójátékos. Tehát itt az látszik, hogy kitámaszt, és lendül a láb. És még nem találta el. És hogyha ezt vennéd alapul, itt tisztán látszik, hogy nincs les. Tehát ez nem les. De ugye utána jött a varozás, ami tartott megint majdnem 5 percig. És hát én ugye nem láttam, mert a helyszínen voltam, de írták a szerkesztőtársaim, akik tévében nézték, hogy röhögtek, küldték a vigyorgó smiley-kat, hogy ez mi a fasz. Mutattam, hogy mi a fasz, tehát hogy behúzta két ilyen vonalat. Most másfajta vonalat, ha megfigyelitek meg, ha emlékeztek, a múltkor ilyen nagyon vékonyka vonalak voltak, és akkor voltak ilyen szaggatott függőleges vonalak, amik a játékost jelölték. Itt most ilyen vastagabb csíkok voltak totál más színekkel, meg így besatírozták a 16-os részt is. Az a gond ezzel a két vonallal, hogy nem jó helyen van meghúzott. Tehát, hogy konkrétan nem azt a pontot jelöli, ami a vizsgált játékosoknak az a testrésze, amivel még érvényes a... Tehát érvényesen gólt lehet szerezni. Ugye konkrétan az a szabály, hogy még fejjel, vagy még vállal lehet érvényes szabályos gólt szerezni, ezért általában a váll vonalát szokták ilyen esetben nézni. Na most itt nálunk lent B-várdit kell nézni, a legalsó pirosat, a gyírmótnál meg a legfelsőt, aki belóg, mert ő szerzi a gólt. Tehát, hogy se a kék vonal, se ez a rózsaszín nem jó helyen van meghúzva, úgyhogy én megcsináltam, hogy szerintem hol lenne jó helyen a két vonal, és akkor itt a piros jelöli a mi játékosunkat, a sárga pedig a gyírmótit. Tehát végül is kihozható az, hogy ez les volt, nem az ítélettel van bajom, hanem azzal, hogy ezt megint hogy szemléltették. Egyrészt a 4 perc vagy 5 perces vonalazás, és hogy a 4 perc alatt ezt tudják kihozni belőle, ami totálisan nem a valóságot fedi. Úgyhogy itt lehet, hogy módosítanom kell az álláspontomat, és legutóbb sem arról volt szó, hogy manipuláltak, hanem egyszerűen idióták is nem értenek hozzá. És nem tudnak két vonalat behúzni. Tehát most már én erre tudok gondolni, hogy a magyar játékvezetők, akik a valszobában ülnek, tényleg erre nem képesek, hogy 5 perc alatt egy értelmes szituációt kielemezzenek. Úgyhogy ez tényleg felháborítónak tartom, hogy emiatt áll a meccs percekig, és még ekkor sem tudnak egy értelmes ilyen szemléltető példát bemutatni. Tehát ebből most ez két meccs alatt kétszer előfordult, és akkor még hány forduló, meg hány meccs van hátra, ahol ennél azért vitatottabb szituk is lesznek szerintem, és akkor most döntsd el te, hogy les vagy nem les, de ők se tudják eldönteni. Hát Balázs, engem teljesen megnyugtattál, hogy nem gonoszak, csak hülyék. Tehát, hogy... Sokkal jobb! De ezt vártuk egyébként, nem? Tehát, hogy ugyanazok, akik fújják a sípot, azok húzzák a vonalakat is. Tehát... De egyébként, igen. De én csak annyit vetnék közbe, hogy én most néztem, igaz, csak a kicsi izén, de én nem látom azt, hogy ezen a rugóláb az hogy azt mondtad, hogy nem éri el a labdát. Én ezen a picit nem látom. Tehát igen, azt nem tudod biztosan állítani, hogy nem érte a labdát. A képből nehéz megállapítani, de ugye tehát magából a meccs szituációból vágtam ki a képet is, tehát ott pixelről, vagy képkockáról képkockára, hogy ment a felvétel, ott azért eltelik 4-5 képkocka, mire a láb ténylegesen eléri a labdát. Tehát azért mondom, hogy az M4 is hibázott ebbe a tekintetbe, mert ugye leadták ezt a visszajelzést, és a kommentátor is egyből rávágta, hogy hát ez nem lesz. És akkor mit kell ezen ennyit nézni? És hogy egyébként, hogyha jól állítod meg, ahogy végül is a varszobába megállították, mert ott ténylegesen az a pillanat van megállítva, akkor azért szabad szemmel is látszik, hogy talán picit előrébb van a sárga mezes, de ha meg jól húzod be a vonalakat, akkor meg tényleg kijön az, hogy itt nem is milliméterek, de mondjuk centiméterek döntöttek, de itt tényleg ez a felháborító, hogy erre 5 perc kell, hogy ezt el tudják dönteni. Én meg ezt körülbelül másfél perc alatt csináltam ezt a 3 képet. Jó, a szöveggel, amit ráírtam, azzal együtt volt akkor 3. Én azt nem értem egyébként, csak egy gondolat, aztán ezzel ne menjünk tovább, mert itt Győrbe egyébként hatalmas örömet okozott bizonyos körökbe ez az eredmény, hogy
Hogy az van most, hogy ezeket a nyomorult vonalakat, ezt valaki egy ilyen kurzorral így húzogatja, és akkor beállítja, ott van. Most én nem vagyok IT-s, de ezt nem, tehát egyszerűen nincs olyan lehetőség műszakilag, hogy a gép, tehát mondjuk automatikusan megtalálja azt a pontot, én és odahúzza. Én ezt hittem, hogy ez így működik. Mert akkor én ezt nem is értem. De hát hogy ezek most... alapján, hogy egyrészt igen. Így húzzák meg, és hogy a múltkor is az látszott, hogy mintha szabad kézzel húzod a vonatot, és egy picit akkor már elferdült. Tehát, hogy így az egér nem tudott egy helyben maradni, és már arrébb ment a kurzor, meg hogy tényleg most másfajta típusú vonalakat húztak, én ebből csak erre tudok gondolni, hogy itt kézzel dolgoznak, tehát nincs ilyen automata rendszer, ami megvonalazza. Nem, olyan van, mint az Illusztrátorban, tehát kijelölsz a két pontot, és akkor behúzza a vonalat. Simán behúzza. Nem is tudom, mi ennek a szoftvernek a neve. Ott, amit a tévében használnak, annak a másik verziója egyébként, ahol a vonalakat, meg a köröket szokták rajzolni, nem tudom, mi a neve. Biztos van de... valami programjuk rá egyébként, el tudom képzelni, de hogy nem tudják használni, az hétszentség. Hát ez egyébként kurva könnyű, tehát másodpercek alatt meg lehetne csinálni. Tehát főleg így, hogy ugye nem kézzel húzzák meg, nem vonalzóval, hanem mint egy sima vektorábrát szerkesztenél, tehát... Tehát mondjuk érteni kell. Érteni kéne, igen, egyrészt meg igen. A geometriát is vágni, hogy melyik az a két pont akkor, ahol meghúzod, tehát hogy párhuzamos, merőleges, egyenes, nem egyenes, ezekkel a fogalmakkal azért illene tisztában lenni, mert hát ez van probléma. Azért kellene független bírói testület, aki kifejezetten a varral foglalkozik, és nem akik a sípot húzogatják, mert ez azért némelyikről el tudom képzelni, hogy egy e-mailt is nehezen ír meg. Azért kéne ilyen matematikusokat, meg mérnököket alkalmazni. Hát a varhoz igen, szerintem. Egyébként tényleg, akár viccen kívül az is lehetne. Abszolút értem a felvetéseteket, sőt egyet is értek. Igazából több érdekesség is felmerült itt bennem. Szerintem lehet, hogy ennek a programnak a próba verzióját vették meg, és az már lejárt. MLS-ben trial verzió. Hogy a trial verziót vették meg. Másfelől, hogy ez akkor valószínűleg így a variskolában lesz kimaradt, tehát a vonalhúzás harmadrészt ez 5 perc, Balázs megcsinálja 3 perc alatt. Kedvesem lesz, Bődi Balázs, az önök embere, alkalmazzák. Várom a hívást. Így van, tehát akár a TAO-ból, bárhonnan finanszírozható a Balázsnak ez a kis hobbija. Csak home office-ból végezhető legyen, ez fontos. De meg lehetne azt is csinálni. Igen, kapsz a ház elé egy varkocsit, de kéne mindig az a dolgot, hogy szombaton kimegy a varkocsiba, és ott ülsz egész nap. Mit szólsz? Nem kell kocsi, én innen a gépem elől is megoldom. Hát de legyen meg a feeling. Yeah. Hát de meccsenként 150 ezerért. Hát annyiért már igen. Hát mert annyiért csinálják. Azért már csak be tudsz húzni egy rohadt vonalat. Hamarabb, mint ők, az biztos. Na de minden esetre köszönjük Balázsnak az illusztrációt. Tanúságos volt, és gyanítom, hogy még csak a 6. fordulóba járunk, és már 2 ilyen incidens volt, vagy talán még több is, csak már mi se foglalkozunk. De emlékeztek, mondtam nektek 2 forduló után, mikor akkor is nekünk adta a gép, a VAR, ugye a 2 megítélt pirosra, hogy fogunk még mit siránkozni a VAR miatt, és hát nem kellett sokat várni azért. Na de itt van Norbi, még talált vonalat. Mi újság, Norbi? Én azt, hogy találtam vonalat egyébként, hajztek, hanem pénteken egy írmót gól kellett volna, csak ezek magyar meccsekkel meg vagyok áldva. Na, de egyébként azért nézzük már meg, hogy a legtöbb gólt rúgta a Loki. Tehát az a Loki, aki megjött az NB2-ből. A legtöbbet is kapta. Oké, de sok gól kerül. Kérdés. Tehát támadó focit játszik a Loki. Azt ki ti játszátok. Őszinte focit játszik a Loki. Szerintem ez egy tök jó dolog egyébként. Nem lesz bennmaradása kapcsolatban, hiszem kérdés. Loki benn fog maradni. Én biztos vagyok, hogy a Loki bennmarad. 6 kötője, 8. hely valamelyikkel. Szerintem tuti. Tehát jelenleg sokkal több hát úgy legyen, a bajnokságban. Nézd, én azt hiszem, hogy azért a Lokinál a védelem, hogyha összetud állni jól, már pedig ezzel a meccsen ugye a Lesz gólt ugye leszámítva, jól funkcionált a védelem. Tehát ezt át kéne menteni nyilván a kupára. Ugye a kupa meccse lesz azért egy egyszerűbb megoldás. Tényleg a Veszprém ellen játszik majd a Debrecen.
Hát azért Veszprém azért egy NB3-ban azért masszív kis csapat, nem rossz brigád. Úgyhogy oda B csapattal azért... megyünk egyébként. B csapattal mentek? Szerintem. Lehet le fogjátok adni a kupát. Megoldjuk. Én azt gondolom, hogy a Debrecennek tovább kéne jutni azért itt, és hát utána meg ugye mennek Kisvárdára. Ez a Kisvárdát ugye egyelőre csak az én barátaim, kedvenceim verték meg ebben a bajnokságban azért. Nem tudom, hogy a Loki lesz a második, de minden esetre az, hogy ennyire támadó focit játszik a Loki, én szerintem erre mindenképpen építenie kell, és muszáj is a Debrecennek, mert ha több gólt tudsz rúgni, mint az ellenfeled, akkor tudsz nyerni, hogy a Paks is ezt csinálja kb. Tehát náluk is azért a védelem az egy átjáróház, de én azt gondolom, hogy a Lokinak lehet keresni valója, és én szerintem ez a meccs azért egy kicsit jobban kiszaladt, mint ami egyébként lett volna, mert itt minden is bement, de azt is megmutatta, hogy a Gyirmótól én szerintem cson nélkül el fogunk búcsúzni a szezon végén. Köszönöm szépen! Köszönjük Norbinak! Én picit máshogy látom, de nem menjünk bele. Én nem látom azt a hű, de nagy támadó futballt a Debrecen részéről, én csak rengeteg pontrugást látok, amit nagyon jól elvégeznek, illetve egy Zsuzsák Balázs, de még tényleg talán korai erről nyilatkozni. Minden esetre üdvözöljük köreinkben Fürjes Szabolcsot az Újpest 1885.hu részéről. Szia Szabi, örülünk, hogy itt vagy. Sziasztok, én is örülök. Még azt javasoljuk, hogy picit emészd a látottakat, talán jobb is. Ja, persze, hát... És akkor lassan ki fogunk térni az Újpest zete. Gyors 2-2, vagy nem tudom. Nagyon egy-egy szagú volt, aztán 2-1, aztán 2-2, de majd várjuk a beszámolót természetesen, de hogy tartsuk egy picit a sorrendiséget, a szombati mérkőzésekkel folytatjuk, és akkor ebből kifolyólag, ha jól emlékszek, a 221. Honvéd Ferencváros találkozó zajlott le szombaton, ahol a Ferencváros 1-0-ra nyert ember hátrányban, a mérkőzés jelentős részét ember hátrányban játszol, és akkor mindig adódik a kérdés Józsi hozzátok, mivel tudjuk, hogy ti már kinőttétek ezt a ligát, és hát így gyakorlatilag nektek csak egy ilyen felkészülési szezon az NB1, ti már csak a nemzetközire hajtotok, hogy mindig ez a kérdés, hogy annyit adott ki a Fradi? Igen. Jó. Tényleg, egyébként nem nőttük ki az NB1-et, ezt tudjuk, hogy ez másnak a szövege. Igen. De tényleg, amit százszor elmondtuk, már kurva nehéz fölpörögni egy olyan meccsre, hogy egyik héten a Leverkusen lejátszó utána pedig. Mondjuk még a Kispestre föl lehet pörögni, de mondjuk más csapatokra sokkal nehezebben. De akkor gyorsan, a meccsről igazán elkövetett az ND egy olyan hibát, amit hát én nem is tudom, hogy is utána neki lehet magyarázni. Tehát, hogy hozzáért a Nagy Dominikhoz, úgy látszik, elfelejtette, hogy már nem egy csapatban játszanak. Úgyhogy én élek a gyanúperrel, volt némi szándékosság is benne, hogy akart egy kicsit pihenni, megmondom őszintén. Bennem még ez is felmerült, de attól függetlenül azt láttam, hogy ez a Kispest, ez olyan szinten gyenge, hogy az valami elképesztő. Tehát, hogyha valaki látta a mérkőzést, 10 emberre játszottunk, és tehát többet lőttünk kapura, 29 szabálytalansága volt a Kispestnek, nekünk 14. Tehát azért érzitek így a különbséget. Kapura lövésben jobbak voltunk. Azt hiszem, többet volt nálunk a labda, ha azt nézem, de az, hogy kétszer annyit szabálytalankodtak, és ők voltak emberelőnyben, és ez egyet a játékkép alapján nem mondta. Kihúzták a méregfogát egyébként a Fradinak azzal, hogy a kedves játékvezető Szemi Májénak az összes megmozdulását rögtön az elején befújta. Tehát van annak a srácnak egy olyan lefordulási technikája. Ha emlékeztek, a Lanzafáme is állandóan erre panaszkodott, hogy amivel ők olyan baromi gyorsan le tudnak fordulni, ezért ugye a lendületből valószínűleg kezet is használt. De hogy minden megmozdulása szabálytalan volt, ez egyszerűen elképesztő. Állandóan lefújták, amit tudott csinálni, mert hogyha ha nem fogják így vissza a Májét, szerintem még így is volt egy góllal felérő kapufája, amit utána elszerencsétlenkedett a Szomália. Tehát, hogy azt látom, hogy nem akarok a Kispesttel foglalkozni, de kénytelen vagyok, mert beleolvastam a fórumjukba, a Facebookjukba,
ott is voltak olyan elrugaszkodott vélemények, hogy meg kellett volna verni a Faradit, csak nem tudom, hogy kivel. Tehát ez a játékos keret talán alkalmas lenne egy jó meccsre, de ott a horvát feri a szűk keresztmetszet. És a nyilatkozat ez tisztán látszik, hogy semmilyen szakmai indokot nem keres arra, hogy mi lehetett a probléma, hanem azt nyilatkozta, hogy kétfajta játékos fut ki a pályára, az egyik a győzelem reményében, a másik pedig a vereségtől való félelmében. Hát ebből látszik, a Feri tisztán csak motiválni tud, és az ég egy ott a világon semmit, köze nincs a profi labdarúgáshoz, edző szinten. És egyszerűen ő sajnos saját maga is elhiszi, hogy ő egy edző. És az a baj, hogy akik ott a vezetőséghez tartoznak, szintén elhiszik neki. A játékosok azért állnak ki mellette, mert ugye mindenkivel szemben megvédi őket, mert ugye saját magát is védi. És azt láttam, hogy ha szakmailag egy kicsit felkészültebb lenne, mondjuk a Rossi egy X-et ki tudott volna hozni egy 11-11 emberi mérkőzéssel a Ferencvárosra szembe. Egy olyan edző, aki valamilyen szinten ugye együtt él a futballrealitással. Vannak abban a kisvesben olyan játékosok, akik alkalmasak lennének. Csak egyszerűen teljesen adhok volt a játékuk. Teljesen. Ott is lesznek az óriási problémák, amikor majd a Lovrics és a többiek ki fognak öregedni, és nem fognak tudni már ennél többet se futni. Mert ők még valamilyen szinten le tudják hozni. Most nem lehet azzal vádolni a játékvezetőt, hogy velünk volt, mert amit lehetett, az befújt ellenünk, amit lehetett, az sárga lap volt, ami lehetett, az piros lap volt, amit mondjuk nem is, tehát a piros laphoz a szándék inkább lenne csak egy mozdulat, tehát a piros lapot kell adni ki, tény. De hogy minden szabálytalanság, minden olyan összecsapás, ami testest elleni harcot hozott, amit nemzetköziben tovább engednek, döntő többségében befújta. És tehát egyszerűen nem tudott kialakulni normális játék. Nem tudott kialakulni normális iram. Állandóan megakasztotta a játékvezető, és szerintem a Honvédnak sem volt jó. Nekünk meg pláne nem volt jó, mert én azt gondolom, hogy egy nem földdarabolt mérkőzésen még ezen kívül még egy-kettőt gurítottunk volna. Tehát egyszerűen nem, nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy azt, ami a Kispesttel történik, mert tényleg, amit írtam, be is írtam az ő fórumjukra, hogy úgy látszik a Kispestre, a jelenlegire csak a neve és a múltja miatt van szükség. Mert hogy a tulajdonosok nem tesznek semmit hozzá, igazolgatnak játékosokat, de az, hogy a szakmai munkával nem foglalkoznak, nem igaz, hogy nem látják, hogy teljesen alkalmatlan a Horváth Feri ennek a csapatnak a vezetésére. Tehát mit akarnak még? Ha akarnának valamit, akkor már rég kerestek volna egy olyan edzőt, akivel lenne esélye mondjuk egy dobogó közeli helyzetbe kerülni a Honvédnak, mert a játékos kerete alapján alkalmas lenne rá. De azt is, ha láttátok, hogy 10 emberrel játszottunk, 9 mezőnyjátékossal, és a Honvéd játékosok görcsöltek be. Tehát én nem is értem, hogy ott tulajdonképpen mi folyik. Annyi, hogy tényleg egy szerencsés góllal szereztünk vezetést, meg a győzelmet is, de tulajdonképpen annyit lehet mondani, hogy örülünk, hogy nem sérült meg igazán komolyabban senki. Volt azért igény volt rá a másik oldalról, hogy ez azért megtörténjen, de azt gondolom, hogy semmiben nem vették fel a harcot, és tényleg tartalékoltunk a nemzetközi kupára. És most azt láttam, egy kicsit jobban össze is állt a védekezés, mondjuk most az ellenfél a Kispest volt, nem pedig egy nemzetközileg valamit is számító csapat. Majd meglátjuk, hogy mire lesz ez elég, de azt látom, hogy ha ez az irány marad Kispesten, akkor ott olyan kiesés közeli helyzet lesz. Mert hogy, tehát ezt nem tudom. Tehát ez elképesztő volt. Mennyire gyengék. Sajnos azt kell, hogy mondjam. És ezt nem rajtuk nevetek, hanem tényleg nagyon sajnálom. Minden olyan nagymúltú csapatot, akinél volna lehetőség, és most pénz is van. Van egy új stadion, van minden adott ahhoz, hogy egy jó foci legyen, csak úgy látszik, a szándék nincs meg, csak a szurkolóik részéről. Úgyhogy ennyi lenne a véleményem. Körülbelül ugyanezt gondolja, mint a Lehel is, aki most a Krajóba meccset nézi az USK-n, azért nincs most itt az adásban. Köszi, Józsi. Természetesen hajrá, OSK.
És hát kíváncsian hallgatjuk a másik Honvéd kritikus, vagy nem is tudom, hogy mi. Hát, Honvéd szakértőnk, vagy Honvéd megfigyelők. Hát igen, ugye, Norbi. Nyilván, mint rivális csapat, azért a mérkőzésüket megnéztem, mert hát kíváncsi voltam, hogy ez a Honvéd mire képes. Hát és csalódás volt számomra ez a mérkőzés, igazából az egész meccs egy, hát most csúnyán fogok fogalmazni, de egy lagymatag zéróhoz volt közel. Szerintem akiszúrtuk volna a labdát, jobban járunk. Na mindegy, ezt a labda érdekében mondtam. De egyébként a Fradi egy szerencsés góllal megnyerte a mérkőzést. A sablont még a Józsi nem lőtte el, ezt ha jól hallottam, hogy most ellövöm. Fradi pont annyit adott ki magából, amennyire ezen a mérkőzésen szükségük volt a győzelem megszerzésére. Én szerintem azért a kezünket, a szívünket tesszük, akkor látjuk, hogy ez bizony tényleg annyi volt. És a Botka kiállítása én szerintem egy abszolút jó ítélet volt. Utolsó emberként akasztotta meg a gólhelyzetben kitörő Honvéd játékost. Bár igazából a Honvédnak az első lehetősége lett volna ez a 23. perce, mert a 16-os környékére egykor jöttek oda először. Hát azért közeled nem nagyon kerültek egyébként a kaphoz az első félidő maradék részében sem. A szabadrúgás ugye az meg elment a világba. Ha jól emlékszem, hogy bele a sorfalba, tök mindegy. A lényeg annyi, hogy ott egy kicsit éreztem azt, hogy ott az első 15 percben kiállt esten a Fradi is úgy kereste, hogy most mi legyen merre. De utána 10 emberrel is én úgy éreztem, hogy abszolút lefocizza a Honvédot a pályáról, sőt, a Fradinak ott lett volna a második gól, ha egy kicsit jobban koncentrálnak. A Honvédban nem éreztem se áttörőt, se támadási szellemet, azt éreztem, hogy kétségbe se cserélés van, ezerre a 60. percre jött Teppel, ugye majd jött be a Balog is. Én azt éreztem, hogy tűzoltás. Hát, ha valakinek a hátáról, tarkójáról, sípcsontjáról bepattan a labda, hát csak ahhoz kidolgozott helyzetekre lett volna szükség. Ezen a mérkőzésen talán egy olyan hal volt a Honvédnak, de nem nagyon emlékszem, szóval lehetettem az én hibám. És hát az Apple az én szerintem az úgy megmutatja azt, hogy igazából az a szezon, amit már múltkor is mondtam, amikor ő ellenünk gólkirály lett, az egy kifutott szezon volt. Ő azóta ezt sehol nem tudta megismételni, sehol nem tud még hasonlót sem felmutatni. Gyerekek, az Apple az egy nem jó játékos. Ki kell mondani, egy szezonban jó volt, dír. Azon kívül azóta is ebből az egy szezonból él. Tehát a Honvédnak olyan játékosokra lenne szüksége, akik tényleg gólokkal járulnak hozzá, mint például a Lukic, aki ugye a Topolyából érkezett. Na, ő hozzátesz a Honvédhoz. Ő viszont nagyon sokat hozzátesz a Honvédhoz. És nem lenne itt, akkor a Honvédnak fel ennyi pontja lenni. Tehát abszolút a Lukic fölfele húzza a Honvédot, de például én ezt nem érzem az Eppelen, nem érzem a Hidén, ugye akiről, ha jól tudom, elvették a Csékás szallagot is, állítólag a játékosok szavaztak. Oké, higgyük el. Higgyük el. Jó? Nélkül darab jobban akarja. Én szerintem az edzői döntés volt. Leginkább szurkolói nyomásra, mert azért a Hidit már én már régóta kikezdtem itt a műsorban, ami nem honvédos, de már a honvédosok is elkezdték mondani, hogy hát, hogy nem ide való. Jelzem, már lassan 2 éve mondom, hogy nem a Honvéd szintjén van, de mindegy. Nem az én csapatom, szóval normal business. Anyway. A Zsótér szintén zéró, tehát ő is semmit nem éreztem rajta, hogy ő bármi lenne. Én a Honvédban azt tudom nektek mondani egyébként, hogy egy ilyen, hát hogy mondjam, tehát itt van egy csapat, ami nem tudjuk eldönteni, most előre megy, vagy hátra megy, vagy jobbra megy, balra megy, nem tudod eldönteni. Tehát annyira lebeg a Honvéd a levegőben, hogy senki nem tudja, mit számítsa. Én az első 5-be vártam a Kispest. És abszolút csalódás. Hát most nem is értem, meg is nézem hajnagy. 9. helyen áll a Honvéd, 7 ponttal, 6 meccs alatt. Hát azért ez nem egy veretes teljesítmény, és hát, kikapott a Fraditól, ugye, kikapott a Lokitól, az MTK-tól, X-elt az Újpesten, és megverte a Paksot, mondjuk az egy óriási bravúr győzelem volt, és nyert Zalaegerszegen, mondjuk azt szerintem annyira nem volt meglepető. Már úgyis régen nyert a Honvéd, úgyhogy már ideje volt, hogy nyert. Ha jól emlékszem. Mindegy, szóval annyi a lényeg, hogy én a Honvédnál azt érzem, hogy nincs meg az átütő erő. És ez már edzői kérdés. Ja, igazam van, basszus. Én kérek elnézést mindenkitől. Még rá is pluszköltem. Szóval az edzői kérdés,
És, nem lett olyan a kamera? És most ugye elkezdték rebesgetni, hogy a Stork érkezik a sportigazgatói posztba. Hát... Ez az kész. Az a kofa volt. Ez most megmondom nektek, ez on the way, MB2. Na tessék. De most komolyan. Én a Storkot nem tartom egy jó edzőnek. Ez az én egyéni véleményem. Bárhol, most a válogatottat mondtam, hogy Dárdai Palinak a Stork igazgató. Ő beugrónak jó lenne, de most sport vezetőnek. Hát jó, mindegy, meglátjuk, hát a honvédosoknak lelke rajta, mert nagyon, nagyon örülnek neki, meg én olvasgattam, hogy azért ők már nagyon várják a megváltást. Én nem tőle várnám a megváltást, ez az én egyéni véleményem, hanem lehet, hogy náluk is egy olyan kéne, mint mondjuk a Fradinál is nálunk van most már sportigazgató, akinek jelent valamit a Kispest. Mert ha egy olyan ember kerülne oda, akkor lehet, hogy olyan játékosokat kezdene igazolgatni, kapcsolati tőkét kihasználva, aki mondjuk oda tud hozni a játékost, aki mondjuk a Kispestet egy jó ugródeszkának használná, és egy-két év alatt fölépíteni magát, hogy eladja magát nyugatra, tehát a Honvéd azzal tudna leginkább nyerni, vagy visszatérni a Hemingway útra, és hozzányúlni az utánpótlásból a jó játékosokra, és 17 évesen bedobálgatni őket az NB1, meg 18 évesen, és nem 10 percre, hanem ahogy a Hemingway érálba volt, haver, jó volt az utánpótlásban, 18 éves vagy, na akkor kezdő vagy a nagy csapatban, nézzük, hogy mit tudsz. Mert most mi lesz? A Honvédak, legyünk őszintén, kiesnie nem kéne a Honvédnak. Nemzetközire ez meg nagyon kevés. Aztán most, hogy negyedike, vagy tizedik, kit érdekel? Tehát ha így gondolkodnak, hosszú távon ebből lehet építeni egy jó struktúrát, mert az MTK is sokáig ezt alkalmazta, ami most már ugye nincsen náluk. Ugye ott is erről beszéltünk egy pár adással korábban, hogy az MTK ezt az arculatát, ezt a fiatalos, magyarokkal teli arcot elvesztette. Most tele van légiósra az MTK, és egy teljesen más, egy ilyen lélek nélküli csapatnak tűnik az egész. Mert ez nem az az MTK, amit a magyar futball szeretők megszerettek annak idején. Tehát most hülyén hangzik, de akkoriban volt egy Hrebka például az MTK-ban, vagy volt egy olyan kapus, aki 100 évig ott védett a Vég Zoltán, vagy ott volt ugye Illés Béla, akik tényleg emblematikus figurái az MTK-nak, de ott volt például ugye a nemrég visszavonult Kanta Józsi, lehetne sorolni. És a Honvédban jelenleg most kik ezek az emblematikus figurák? A védők. A Kamber, ugye, aki már visszavonult az NB3-os csapatba, ment már le, és ugye már pályaedzőként funkcionál az NB3-ba, tehát elkezdte az edzői létre való felkészülést. Vagy ugye ott a másik, ugye a Lovrić. De egyébként ki? Tehát nincs olyan abszolút kötődésű kispesti játékos jelenleg, aki ezt a csapatot tudná felfelé húzni. Szinten tartani, meg lefelé húzni van. De a Szendrei ott volt, ő eljött ugye hozzánk, ott is a honvédosok elkezdték mondani, hogy olyan keresztlabdákat, meg alapdákat ad a videótomba, hogy a honvédba ilyet nem tud bezzegadni. Hát most erre nem tudok mit mondani. Tehát nálunk is van jobb meccse, gyengébb meccse, de én nem tudom, én úgy érzem, hogy a Honvédnál is ez lehet a legnagyobb probléma, hogy kéne egy olyan középpályás sor, aki tudja úgy szervezni a játékot, amiből lehet jó támadásokat felépíteni, és majd abból gólokat lőni. Mert amíg nincsen egy olyan középpályás sor, aki felépíti a támadásokat, és most nem megbántva, de szerintem se a Hidi, se a Zsótér, se a Nagy Dominik nem az a színvonal, aki felfele fog húzni a csapatot. És ez most nem az ők, nem azért, mert bármi bajom lenne velük. De én úgy érzem, hogy eljár fölöttük az idő. Ők belekényelmesedtek ebbe a lagymatag. Felveszem a pénzt, kocogok, néha lövök egy-egy gólt, örülök, aztán hello. És sajnos például a Zsótérben szerintem sokkal több volt, vagy a Nagy Dominikban is több volt. És valahogy az embernek hiányérzet van velük kapcsolatban. Mert amikor mondjuk az egyikük a Legiában játszik, vagy az Újpestben játszik, és ugye a bajnok a Honvédon, vagy elmegy Újpestre, és akkor egy ilyen nagyon felemás az egész. Nyilván, mint rivális, persze örülök, hogyha a Honvéd nem nyer, mert persze az egy jó dolog, ha nem nyer a Honvéd, mert hát én más csapat meg szurkolok. De a magyar focinak nem biztos, hogy hosszú távon jó az, hogyha a Honvéd ennyire gyenge. Ahogy az Újpest is jelenleg sajnos vergődik. Tehát és inkább ezekre a csapatokkal kéne foglalkozni, és nem megbántva, de nem egy mezőköves, de lesz a jövő csapat, hanem nem a Kisvárda lesz a jövő csapata, értitek, hanem a Honvédból lehetne egy jó csapatot csinálni az Újpestből, és ha mondjuk lenne 3-4 erős csapat Magyarországon, mindenki nyerne. Az egy win-win szituáció lenne. Jönne a néző, lenne foci, lenne eredmény. De hát nyilván ugye én itt horról a székből megfejteni azért más, de én azt gondolom, hogy a Honvédnál
ezt a horvát Ferit, ezt lehet, hogy hamarosan el kéne engedni. És nem azért mondom, mert nekem bármi bajom lenne a Ferivel, mert ő lőtte a legtöbb gólt nálunk a Magyar Kupában, 25 gólt, tehát nagyon sokat tett a Vidihez is hozzá annak idején, mint játékos, és mint motivátor, nagyon jó motivátor, de mint edző, én szerintem nem egy erős szint. Tehát ha Feri marad, akkor ez a középszerűség, vagy egy picit alatta tud fejlődni a Honvéd, egy-egy kiugró eredménnyel, de én nem érzem azt, hogy a Honvédnak ő lesz hosszú távon a jövő. Hát Stork, meg ugye én mondtam nektek, hogy tudjátok. Köszönöm szépen. Köszi, Norvi. Józsi? Hát most én nagyon-nagyon-nagyon őszinte leszek, és amit mondok, az mindig azt szokták mondani, hogy kérdőjelettel kell tenni a végére. Itt tulajdonképpen az van, hogy amíg a Honvédnak volt igazi tulajdonosa, aki a saját pénzét tette bele, addig volt érdeke az, hogy az utánpótlásból fölhozon olyan játékosokat, akinek a játékjoga értékesítésével pénzt tud csinálni a csapatának. Azok, akik hitelből vásárolják meg úgy, hogy 3 forint 20 fillért nem kell beletenni egy ilyen nagymúltú csapat megvásárlásába, azok csak azért vannak ott a Kispestnél, hogy bent tartsák az NB1-ben, mert amíg az állami pénzeket megkapják, addig teljesen mindegy, hogy negyedik vagy tizedik, csak maradjon benn. Addig, amíg a bevételek, amíg a matek rendben van, őket csak ennyi érdekli. Mindjárt akkor változna a leányzók fekvése, hogyha ugye csináltunk egy animációs filmet, hogy hogyan lett a Kispest megvásárolva. Ezt meg tudjátok nézni a csatornán, remélem nem fogják törölni. Hát itt az a lényeg, hogy van tulajdonosa a Kispestnek, de egy erős kérdőjel minden mondat végén, tehát azt úgy kell, tehát nem tényállításokat mondok itt el, hanem arról van szó, hogy amíg így lehet klubokhoz hozzájutni, így lehet klubokat üzemeltetni, addig hiába van mondjuk jó szándék, mondjuk a kormányzat részéről, hogy feltőkésítsék a klubokat úgy, hogy felvegyék a versenyt nemzetközi szinten, ezek az emberek csak el vannak a langyos vízben. Fölmarkolják a mérkőzésekből a bevételt, tulajdonképpen megkeresik a maguk kis pénzét ezekkel, a játékosok el vannak kényelmesedve, mert ők is látják, hogy nincsen feléjük elvárás. Nincsen feléjük elvárás bajnoki címre, és ő a negyedik és a nyolcadik vagy a tizedik hely között ugyanazt a pénzt meg fogja kapni. Ugyanúgy szépen beül majd a vadonatúj Audiba, Mercedesbe, BMW-be, ugyanúgy megkapja bármelyik csajt, ugyanúgy meg tudja venni, mint ami 2-3 havonta a kis lakást a Vekerletelepen, most nem mondom, melyik játékosok csinálják ezt, ami nem baj, csak telibe szarják a magyar labdarúgást, úgy, ahogy van. És az a baj, hogy a szurkolók, mint én is, én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy nem hiszem el, hogy van ilyen. Pedig de. Mindegyik leszarja. Mindegyik. Nagyon 100-ból 1-2 az, amelyiket még esetleg érdekel hajlandó tenni, de ha nincsen feléje elvárás, akkor teljesen mindegy, hogy ő most hanyadik. És a Ferivel kapcsolatban ugyanaz a helyzet. Ha el fogják küldeni, akkor azért hívják ide a Storkot, hogy bent tartsa az NB1-ben. Mert ugye a matek az NB1-ben és az NB3-ban jó, igazán ott lehet pénzt keresni. NB2 az sok szempontból nem olyan jó. De ezt már kifejtettük a Ferivel. Vagy a Ferivel, a Szabival. Csak egyszerűen azt látom, hogy ez folyik a Kispestnél, és ez sajnos nagyon sok kispesti nem hajlandó beismerni a csapatánál. És hiába vannak jó játékosok, mit gondoltok, miért lett a Bódog Tamás elüldözve? Pontosan azért. Mert ő szeretett volna teljesítményt, szeretett volna, hogy dolgozzanak meg, csak senkinek nem volt érdeke. Ott az volt az érdek, hogy ott legyenek az NB1-ben is kész. És a túlbuzgó emberek nem kellenek, aki követel, aki ott fut edzőként a sor elején, aki megmondja, hogy egy masszírozó szobába relaxáljál, ne telefonálgassál, aki mérkőzés előtt egy perccel kibassza a játékos kezéből a telefont, mert éppen a csajával anyeleg ahelyett, hogy a meccsre készülne. Tehát ilyen edzőkre sajnos nincsen szükség. És addig, amíg ilyen játékos központú edzők vannak, mint a Feri, mert ezért játékos központú, mert mindent megenged nekik. És ők mindent megtesznek a Feriért, és rászarnak a szúr. Ők szégyenítik meg a legjobban a saját klubjukat, és szarnak legjobban a saját szurkolóikra, akik utána meg pacsiznak, meg mindent spanoskodnak velük. Sajnos ez az igazság. Bocsánat, ennyi lett volna.
Semmi gond, köszönjük. Hát szerintem elmondhatjuk a magyar klubok nagy részében, hogy a tulajdonosok így állnak hozzá. Tehát ez sajnos a hosszú távú koncepció hiánya, illetve az utánpótlásból érkező játékosok minősége és mennyisége is megmutatja hosszú távon sajnos. De valami pozitívumot is mondjak, Norbi is már megpendítette ezt a szálat. Nekem például ugyebár nagyon tetszett a Vécsének a játéka. Így van. Engem, én nagyon meglepődtem, hogy benne gondolkodnak, mint a Háratyinnak az utódja. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ő lesz-e. Én emlékszek még pont a honvédos korszakára, mielőtt kiigazolt Olaszországba, illetve azt követően Svájcba. Egy nagyon szimpatikus és tehetséges fiatal ember volt, aki tényleg a középpályán gyakorlatilag bármely poszton bevethető volt, és azt hiszem akkor már talán válogatott kerettag is volt, talán már játszott is, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy remélem, hogy Vécsei újra fel fogja tudni magát építeni, és újra válogatott lesz. Én annyiban lepődtem meg, hogy azért én azt hittem, hogy a Lončár lesz egyelőre, de még hosszú a szezon, és ez változhat. Csak úgy érdekességképpen így eszembe jut a Storka, hogy megnézzem, hogy merre van, hát természetesen klub nélküli. Ami viszont érdekesebb, hogy a fia, akivel együtt dolgozott a Dunaszerdáján, most éppen a Sákénál atlétikai edző, annál a Sákénál, ahol azért hatalmas átalakulásokon megy át a klub, és azért a jelenlegi vezetőedzőnek se túl stabil a helye, úgyhogy most lehet, hogy annó a papa segítette ki a kisfiát, most lehet, hogy az ifjabb Stork fogja a papát kisegíteni, és akkor nem biztos, hogy Magyarországra fog jönni. Gondolom azért a Bernnek ez lenne a terve vagy a vágya, de azért egy Bundesliga 2-es csapatot nem biztos, hogy neki olyan könnyű elérni, pláne nem egy ilyen múltud, de ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt a részem. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, az értékelést, és akkor haladjunk is tovább a mérkőzések sorában, ugyanis szombaton volt még egy másik találkozó, amiben érintett a szerkesztőségünk. Itt is egy felemás félidőt produkáltak a csapatok. Az első félidőben egy igencsak, hát nem is az, hogy domináns, de minden esetre markánsabb, hogy határozottabb fellépésű hazai csapatot láthattunk a Mezőkövesd személyében. Viszont a második félidőben megjött két gól, hát majdnem, hogy a semmiből, és végül én magam is azt mondtam volna, de majd Norbi legfeljebb megcáfol, én igazságtalannak éreztem volna ezt a videóton győzelmet, és hát 94. percből össze is jött az egyenlítés, és hát megint azok a rohadt beadások, Norbi, a kurva életbe, hát ott egy Juhász Roland, bazd meg, nem tud megtanítani fejelni két középső védőt. Na, magyarázd ezt el nekünk, parancsolj! De mielőtt belevágunk, nagyon fontos, hogy csütörtökön ankét volt egyébként ugye nálunk Fehérváron, ugye a Vidinél, amit én is megtiszteltem szerény személyemmel, és Attila barátommal is, és egyébként voltak ott is sok ismerős, köztük az ultrák is eljöttek a meccsre, az ankétra. Szerintem tök jó volt egyébként a hangulat, sokkal jobb volt, mint a Mártunk Gabisféle, százszor jobb. Tényleg jó hangulat van, tehát azonnal belekezdtünk a közepében. Nagyon sok kérdés elhangzott egyébként, és voltak nagyon jó kérdések is, például, hogy miért nem szervez idegenbe buszt a klub, ami szerintem egy tök jó kérdés, főleg nem nekem, mert nekem van autói, megoldom, de mondjuk a fehérvári drukkerek közül nem mindenki rendelkezik mondjuk autóval, és nekik lehet, hogy egyszerűbb, hogyha van egy busz, amit mondjuk szervez a klub, jó áron, értitek, és akkor elvisznek mondjuk 40-50 plusz szurkolót, akár ez is lehet, megvizsgálják, azt mondták, ez már egy jó dolog, hogyha már megvizsgálják. Voltak még egyébként más kérdések, lehet, hogy a Rakóval lesz majd együttműködés egyébként a klubnak a jövőben, ugye ezt a baráti szállat, ezt lehet szakmaira is át fogja vinni a Salec, erről is volt szó. A sérült játékosokról elmondták, hogy Uri egyébként nem akart maradni, ezért távozott, ez is egy nagyon fontos dolog, hiszen sokan nem tudtátok, és nem tudják, hogy miért ment el Uri. Szabics Imre elmondta korrekten azt, hogy leültek egy ebédhez, beszélgettek, majd este felhívta az Uri, és mondta neki, hogy köszönjük szépen, de nem szeretne tovább itt játszani, és szeretné, hogyha ha engednék őt menni. És ugye így opciós vételi joggal ugye elengedte a Vidi a Krajovához, pont a Sepsi jelenlegi ellenfeléhez az Urit, a Vidi. És ugye szó volt még a többiekről, például Armin Hodzsicsról, ugye róla már régen hallottak szerintem a többiek. Ő kint ugye Törökországban megsérült, ezt a sérülést félrediagnosztizálták kint Törökországban. Most ugye elkezdte a terheléses edzéseket, meglátják, hogy kell-e műteni, vagy nem. Nagyon határeset. Nem tudják még pontosan, hogy mi lesz. Úgyhogy az ő kérdése is, hogy játszik-e össze, vagy nem, ez is egy óriási kérdés, ha meg kell műteni, akkor
február-márciusig rá sem fogunk tudni számítani. Ugye a Funchausnak ugye bokaszallagja sérült, ő még továbbra sem bevethető, ugye hogy a hangja is boka sérüléssel küzdik, ő rá sem tudunk számítani. Ugye a Rockov egy szintén súlyosabb sérülést, egy örökletes izomsérülése van, ha jól emlékszem, ő is most kezdett el visszajönni az edzés munkába, kérdés, hogy mikortól lehet rá is számítani. Azt elmondta Szabics, hogy a legtöbb sérülés azok kontakt által jött sérülések, tehát edzésen odarúgtak, összeütköztek, rosszul érkezett le, ahogy elrúgta a labdát, tehát, és akkor a pont valaki, ahogy támasztott volna ki, súgás közben elvitte a lábát, tehát mondta, hogy a legtöbb sérülés az kontaktból kialakult sérülés volt, és szerintem ez nagyon fontos dolog, hiszen azért tudnunk el azt, hogy mi van a játékosainkkal, és hogy nagyságrendileg mire számítsunk egyébként a csapattól. Hát és a koronások ugye, a kettőből már négy lett az utolsó tesztelésen, az Irzivádze is bekoronásodott, illetve bekoronásodott Kodro is, úgyhogy rá se tudtunk számítani, illetve ugye már korábban Petriák és Stopira is kiesett, szintén ugye koronavírus teszt pozitívság miatt, ugye ez 10 nap kiülő ilyenkor, amikor 10 napra ki kell ülni, hát ez van. Szóval eléggé sok bajjal utaztunk el Mezőkövesdre, hát körülbelül egy kezdőre való ember hiányzik a csapatból. Hát nincsen rózsás helyzete a szakmai stábnak, és most nem őket akarom menteni és a helyzetet fényezni, de azért elmondták azt az ankéton is, a Saletszék, és szerintem nagyon korrekt, hogy ősszel nekünk az a cél, hogy minél kevésbé maradjunk le a Fraditól, és itt nagyságrendileg itt a legnagyobb meccseken, tehát mi nekünk a túlélésre kell játszani. Arra, hogy egy tisztes jó eredményt el tudjunk érni, vagy egy döntetlen tudjunk szerezni, mert jelenleg annyira sok a sérültünk, hogy tehát nem tudunk kiállni, lassan ott tartunk. Tehát mi megsérül, vagy eltudom két embert, és akkor nem fogunk tudni kiállni, hanem csak ifista fog ülni például a padra. Tehát egy nagyon negatív spirálban van a csapat, és ugye ennek fényében mutatott el a csapat Mezőkövesdre. Ugye Kovácsik volt a kapus, ugye hátul ugye egy olyan nagyszerű összeállításból léptünk pályára, hogy ugye játszott Lüftner előkerült, ez jó, ez egy jó jel, ha már leigazoltuk, ugye akkor játszon is, ugye ezek szerint akkor most végre felépült a sérülésből, amit ugye összeszedett a méltáhíres jereváni mérkőzésen, úgyhogy ennek mindenképpen örülök, hogy legalább azért már így előkerült, előástuk őt, és akkor így már látjuk, hogy így, na, akkor még ebből lehet valami, vagy még akármi. Szóval tényleg komolyra fordítva kicsit a dolgokat, tehát a kezdő azért szerintem ahhoz képest, hogy mennyi sérült és mennyi nem alkalmas játékosunk van egy végül, és egy tök jó csapat találtunk ki ahhoz képest. És ugye Rus is pályán volt ugye a Makarenko, aki egyébként szerintem abszolút húzza ezt a csapatot, ugye Helyszter szintén húzza a csapatot. Ugye Kiskovács volt még a pályán, Dárdai Palkó, szerintem ő is jól játszott egyébként ezen a meccsen, a második fél időben is jó volt, amíg fönn volt a pályán. Négó, ugye ő most végre tudott már játszani, mert ő kijött akkor a karanténos kiülőből, most már vissza tudott kerülni a csapatba. Ugye nyilván Szendrei játszott még, és hát ugye természetesen Nikolics volt ugye a pályán. És az első fél időben abszolút azt éreztem, hogy nem tudjuk, mit szeretnénk. Tehát egy ilyen, hát most lehet, hogy nyersen fog hangzani, de eléggé elképzeléstelen játékot véletlen felfedezni, nem tudom, két kapura tartó vagy kapura lövésünk volt. Tehát nagyon kevés, ugye a dinamikus futballt mi se jelzőben mennyire nem játszottuk azt, hogy két szögletet rúgtunk az első fél, de még a kövest 6-ot. És a kapura lövés is neki kétszer annyi volt, mint nekünk. Én azt kell, hogy mondjam nektek, hogy a Mezőkövesd ezt a gólt megérdemelt az első fél időben, mert becsületten megdolgoztak azért, hogy ezt a gólt megrúgják. A gól egyébként gyönyörű volt, nagyon szépen kivitelezett volt az a lövés, ahogy eltekerte, nagyon szép volt, tehát tényleg egy nagyon szép gólt előtt a mező Kovácsdi Nagy Dániel, minden elismerésem az övé. Na és akkor ugye jött a második fél, ugye Kiskovács lejött, és ugye helyre bejött a Jálló. Úgyhogy most végre többet láttunk a Jállóból. Én őszinte leszek, nekem tetszett, amit láttam. Nekem tetszett a Jálló hozzáállása, szerintem rendben volt, próbálta oda tenni magát. Nyilván azért látszik, hogy azért ő nagyon kemény nagy hiánnyal küzdik, ez abszolút érződött, de szerintem lelkesen szállt be. És nagyon fontos az, hogy ő szeretett volna bizonyítani, és oda tette magát. Úgyhogy én abszolút pozitívra értékelem a Jálló beállását. Majd nem sokkal később ugye megérkezett Nikolicsnak a gólja. Hát a Négót meg kell dicsérni, ahogy letette a Nikónak, az gyönyörű volt.
ahogy visszatette a második vonalból érkező Nikónak azt a labdát, hát a Nikó előtte nem is tudom, ilyen bokás belső rüsztel, ahogy eltekerte, az egy nagyon-nagyon szép megoldás volt. Tehát tényleg ez egy klasszikus, szép csatár befejezés volt. 3 góra van Szabó József rekordjától Nikó, és 4 attól, hogy ő legyen a rekorder. Úgyhogy kívánom neki, hogy mi hamarabb sikerüljön egyébként, mert tényleg ez egy gyönyörű gól volt. Úgyhogy megígért, hogy megpróbálja elkezdeni a góllövést Mezőkövesden, hát sikerült is. És ugye csordogált tovább a meccs, én úgy éreztem, hogy jól játszunk. És benne van az, hogy rúghatunk még egy gólt. És akkor jött a Heister, és ezzel a 16-18 méterről az ilyen fű alatt suhanó labdával meglőtte azt a gólt, amit éreztem, hogy jönni fog. És hát én legalábbis éreztem, hogy benne volt a levegőm, és 2-1, na mondom, ez az, na mondom, 2-1-re vezetünk, na mondom, jó lesz ez, meg lehet ezt oldani, le lehet menedzselni. Ugye a Kövesnél is ugye elkezdett cserélgetni, közben egyébként az edző lehozta a cseréjét, lehozta a Hutovot, lehozta ugye a Nagy Dánielt. Én úgy éreztem, hogy a Köves az abszolút kezdi elengedni ezt a meccset. Tehát ők így a 87. percben, amikor ugye behoztuk az Alefet, akkor úgy éreztem, hogy simán jó lesz ez a meccs. Majd ugye a 92. percben időhúzóként ugye cseréltünk egyet, és a Dárdai Palkó helyett bejött a későbbi negatív hőssé váló Kojnok Zsolt. Hát szegény 2 percet volt a pályán, és abból neki át cselezgetni, adott egy gólpassz kb. Az ellenfélnek, mert abból jött később a Köves, és abból jött a beadás, amiből jött a gól. Szóval, hát sajnos ez szomorú volt, hogy egy ilyen rossz mozdulattal vétette magát észre, és olyan végszer, ez már nem az első volt, tehát ez abszolút a rutintalanság, meg a rossz helyezkedés, meg a rossz gondolkodásnak az eredménye. És hát a végén ugye a Drácsics fejessel kiegyenlített, itt mondjuk Heister nem tudom hol járkált, legalább 3 méter forva volt róla az ember, és hát a Kovácsik a kapuból is ki kellett volna jönni. Tehát pont volt róla szózankét, rá is kérdeztem, hogy kapus edző poszton mi a helyzet, mert az elmúlt időszakban ugye eléggé bizonytalanná váltak a kapusaink, és ez nem az első mérkőzés volt, ahol a bizonytalanságot véltem felfedezni a kapusainkon, ugye a kapusunkon, és hát ez a gól is szerintem itt azért nem csak a Heisteré volt, meg a másik középső védője, ez az Ádám is volt, mert erre ki kellett volna jönni. Tehát ez ötösre jött be ez a labda, ez kapus mindent visz. Ki kellett volna jönni, előklözni a labdát, és vége a mérkőzésnek. Ehelyett kaptunk egy gólt, és ahelyett, hogy 3 ponttal 2-1-es győzelemmel eljöttünk volna a Mezőkövesdről, lett egy 2-2. Egyetlen egy öröm az örömbe, hogy még mindig veretlenek vagyunk, de hát ez volt. Amit még így éreztem egyébként a mérkőzésen, az számomra az volt, hogy azért Nikó végre azért becsülettel hajtott, oda tette magát, jól ment, úgyhogy gratulálok neki, tényleg jó volt látni most ez a, főleg ez a második félidős Nikolic, ez nekem nagyon tetszett, ez nagyon rendben volt. Hát ugye jön majd, hogy menjünk Sopronba a kupába, én szerintem úgy kell nekünk, mint üveges tótnak a hanyattes is ez a kupamecs jelenleg. És hát ugye utána bízva abba, hogy azért remélem, hogy a Kodró, a Petriák és a Stopira legalább felépül a Fradi elleni mérkőzésre, úgyhogy az egy jó meccs lesz ugye jövő szerdán. Egyébként ajánlom mindenki figyelmébe, mindenféle kártya nélkül lehet jegyet vásárolni, csak a személyigazolókat kell megadni, meg persze a védettségi kell, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy aki még nem tette, és úgy érzi, van ideje, jöjjön el erre. Szerda este 8 órás mérkőzés, szerintem ez egy teljesen jó nézőbarát időpont ahhoz képest, hogy lásd délután 6 óra az MB2-be. Tehát azért sokkal nézőbarátabb ez az este 8. És egy nagyon fontos felhívást szeretnék még itt a végére elmondani. Az RVD koreográfiával készül a mérkőzésre. Egy nagyon nagy koreográfiát fog bemutatni a tábor a kapu mögött. Ezért is fontos, hogy gyertek majd el a meccsre. Ilyet azért is fontos, mert ha úgy érzitek, hogy megtehetitek, akkor majd a meccsen tudjátok támogatni ezt a gyűjtést, hogy ugye hozzájáruljunk mi is a tábornak a látvány költségeihez, úgyhogy ha úgy érzitek, akkor akár csak egy pár száz vagy pár ezer forinttal, de járuljatok hozzá. Szerintem a srácok biztosan meg fogják köszönni. Én itt szerettem volna elmondani, én úgy érzem, hogy ez a meccsből kihoztuk a maximumot, sajnos benne maradt a 2 pont, de nem kell szerintem szomorúnak lenni, mert ennyi sérült el, és ennyi pályán kívül ragadó, nem tud pályára lépni játékosokkal. Ez egy tisztes helytállás volt. A második fél időre kell építeni, az úgy rendben volt.
de érződik azt, hogy meghatározó kulcsjátékosok hiányát már azért nagyon nehezen bírja ez a csapat. Úgyhogy bízunk abba, hogy lesz jobb is, balra is veretlenül, és hát bízunk abba, hogy a végtelenbe és tovább. Úgyhogy hajrá videóton, köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk szerdán a Fradi ellen a kupameccsen. Úgyhogy ennyi, hajrá Vidi! Köszi, Norbi! Hát kíváncsian várjuk, hogy amennyiben felépülnek a sérültek, vagy meggyógyulnak a betegek, vagy adott esetben negatív COVID-tesztet produkálnak szegény játékosok, akkor mennyiben fog változni a játékképet? Nagyon kíváncsiak vagyunk, mert alapvetően azért az elmúlt hetek, vagy ilyen utolsó pillanatos igazolások is egész jól sültek el a Videóton házatájékán, ha csak a neveket nézzük. Kíváncsi vagyok, hogy Szabics Imre mit fog tudni ebből a csapatból kihozni. Találkozóról tényleg csak annyi, hogy nagyon szép gólok estek, kivételesen, sőt igazából, majdnem mindegyik találat, de azért azt gondolom, hogy a nagy Dániel gólja azért az elvitte a sót egy picit, ha lehet így fogalmazni, a szépségdíjas gól volt, bár a helyszter se volt csúnya. Nekem ott picit fura volt, hogy a kapus még igazából el se vetődött, csak úgy ledőlt oldalra, mint egy krumplizsák, de ez már legyen az ő problémája. Az a lábak között jött el az a lövés, tehát volt egy hátsó kamera, azon látszott, nem volt annyira könnyen észrevető. Nem, csak mégse éreztem benne annyi erőt, ettől mit sem volna az érdemeiből a helyszternek, mert szép találat volt, úgyhogy minden esetre egy végére egy egész jó találkozó kerekedett ki belőle, érdekes lett volna ezt úgy egy ereje teljében lévő Videótonnal szemben megnézni ezt a kövesdet, valószínűleg erre is nem sokára sor fog kerülni, úgyhogy köszönjük szépen Norbinak a beszámolót, köszi szépen. Én is. És hát így elnézést, Szabi, hogy ennyire megvárattunk, de hát ennyi téma volt, csak legalább hagytunk egy kis időt, hogy megemészd ezt a remekbe szabott találkozót, hogy így közben félszemmel figyeltük az eredmény, én az egyik eredményportált, vagy eredménykövető portált, hogy itt a végén itt mi a túró történt itt, ez a 2 perces gólváltás? Várjál. Az az eredménykövető portál az a fél időre 2-0-át írt ki. Igen. A javunkra. Igen, adatbank szerint Paujevic ki se állt. Tehát, hogy így persze, egyébként, szóval, hogy tényleg, egyébként a mindegy, melyik portálról van szó, de elvileg a 44. percben is lőttünk egy gólt, de aztán az eltűnt egy idő után. Na mindegy is. Egyébként úgy mondjuk legalább egy 11-est azt így nem sikerült itt befújni a solymosi idézőjel úrnak. De hát ezt megszoktuk, tehát tőle nem nagyon vártunk mást, de ha már ő nem fújja be, akkor mondjuk esetleg a VAR-ra számíthattunk volna. Nem számíthatunk a VAR-ra, soha. Tehát nálunk nincs. Nálunk lehet, hogy nem jó a világítás, és akkor nem működik, vagy így nem ér ide a VAR-kocsi, hát igen, tehát ugye tudjátok, a VAR-kocs, na mindegy, szóval hagyjuk is ezt az egészet. Egyébként nagyon érdekes volt a mérkőzés, mert ugye a 69. 70. percben kielütötták Paujevicet. Én ezt egyébként pont nem láttam, de ilyen óriási vita keletkezett, hogy akkor ez most hogy és mi volt, mert hogy itt a csávókám az előadta a nagyhalált, és akkor megtörtént ez a kiállítás. Egyébként ezúton üdvözlöm a vendég szurkolókat, akiknek csak azért kellett buszra szállniuk, mert egyébként a metró nem közlekedik végig. Zalaegerszegről viszonylag kevesebben érkeztek. És akkor egy 2018-as cikket szeretnék idézni, egy olyan portálról, ahol egyébként magyarul nem annyira tudnak, tehát hogyha én így olvasom, és nem annyira magyaros lesz, vagy egyáltalán nem érthető, akkor nem én vagyok a hibás, hanem a cikkíró, de hát ez száradjon zöld lelkükön. Lehet, nekem is így kellett volna a Zoli által küldött levelet felvezetni. Na igen. Azt mondja, hogy Újpest 2 meccs, 4 nap, 90 perc, 2 piros lap, ennél szörnyűbben nem kezdhetett volna a légiós. A Lilák első 4 tétmeccse 3 újpesti kiállítás hozott, ezekből 2 Brankó Paujevic szedett össze, mindössze 90 perc alatt, annyit, mint az előző 3 évben összesen. Brankó Paujevic számára rendkívül pekesen indult a 18-19-es idény. Az Újpest szerb jobb hátvédje, a jobb szélsője. A Lilák eddigi 4 tétmeccsén mind a 4-szer kezdő volt, de a 2 találkozó számára idő előtt
véget ért az azeri Neftchi ellen. Európa Liga párharcot még végig robogta a szerb légiós, megbízható pontja volt összességében az Újpestnek, de aztán az utóbbi pár napban negatív hőselet csapatának előbb az MTK elleni fővárosi rangadón az NB1 nyitó fordulóján került reflektorfénybe, amikor csúnyán megtaposta Kanta Józsefet, és azonnali piros lapot kapott. 4 nappal később a Sevilla otthonában megrendezett Európa Liga selejtezőn, aztán annyit sem élt meg a pályán. A 30. percben a 16-oson belül lerántotta Pablo Sarabiát, amiért megint piros lapot kapott. Hát szegény Sarabia azóta, nem tudom, hogy esetleg javult-e, de... Úgy minden... tudjuk, igen, mert a Paris Saint-Germain játékosa. Igen, igen. De hát nem tudom, na mindegy, szóval én eddig be Sarabiát ismertem, de leszoktam húzni, mindegy, ő Sarabia, mindegy, nem is érdekes. Egyébként a szabálytalanságot egy pont nem láttam, mert akkor zoomoltam be ide, és pont lemaradtam róla, úgyhogy erről majd később mondanék a következő adásban egy-két szót. De a mérkőzésről... Az Újpestről annyit tudnék mondani, hogy az a csapat, amelyiknek nincs hite, az így jár. Tehát megszerezzük a vezetést így a 13. percben. Beridze, aki nagy ritkán játszik, mert mondjuk amikor játszik, akkor gólt lő, a 13. percben szerez egy gyönyörű találatot. Tehát így tök jó. Viszont aztán a második félidőben nem történik nagyon sokáig semmi, de valójában az van a pályán, amit mi szeretnénk, birtokoljuk a labdát, mit tudom én, az Alaegerszeg úgy ott van, csak minek, és akkor így történik a kiállítás, és akkor így, ahogy megtörténik a kiállítás, nagyjából egyből, vagy nem sokára a Costa szerez egy gólt. Ugye az a Costa, aki ellenünk 5 gólt szerzett, amikor a mi játékosunk volt, összesen 5 gólt nem rúgott, de még talán 5-ször se ért labdába. Tehát így nem tudom ezzel a Costával mi van, de valószínűleg így, amikor itt játszott nálunk, akkor valószínűleg az ellenség kezebe tette a lábát. Az ő története csak ennyi. Majd a 92. percben így 9 mezőnyjátékossal megszerezzük a vezetést, mert egyébként azután, amiután kaptunk egy gólt, utána megint mi irányítottuk a mérkőzést, tehát nekem az volt az érzésem, hogyha még 3 játékosunk marad a pályán, akkor is irányítjuk a mérkőzést, mert egyébként így, hát hogy is mondjam, szóval itt a Waldner fiúk, azok így, szóval elég véleményesen játszottak, illetve nem játszottak, hát fogalmuk nem volt, hogy mit kellene csinálni, és akkor utána ehhez képest Spoljanić nevű űrge, ahogy mi berúgtuk a gólt, így nagyjából középkezdésből ki is egyenlített. És akkor utána a kedvesnek kevésbé sem nevezhető Solymosi P lefújja a mérkőzést, és akkor így alakult ki a 2-2. Mindenről azt gondolom, hogy ez nem fordulhat elő egy Újpesttel, amit Újpestnek is nevezhetünk. Ez a csapat egy ilyen lila-fehérben játszó izé, nem az Újpest, tehát ezt így hagyjuk is. Egyébként a Bielos, nem tudom, hogy hány gólt szerzett az Újpest színeiben, de gyanítom, hogy így nem nagyon. Ez viszont nagyon szép volt, de én a gólja ellenére mondjuk az ilyen típusú játékosoknak a szolgálataira nem tartanék igény, ugyanúgy, ahogy a Stiber Zoltánéra sem például, de azért említhetnék itt más magyar játékosokat is, mert ugye említettétek, hogy hát persze, meg sokszor szoktunk róla beszélgetni, hogy hát magyar játékosok, igen. Nálunk ugye ott van a Csongvai, ott van a Katona Mátyás, meg ott van a Banai a kapuban. Hagyjuk. Tehát attól az egyébként kikupázott Icsek is sokkal jobbak, még akkor is, hogyha egyébként üzletelnek a mérkőzésekkel. Erre jut eszembe, hogy én már szeretnék egy olyan mérkőzést, egy olyan fordulót, amikor nem az Újpest játsz az utolsó mérkőzést. Én tudom azt, hogy ez azért van, hogy lehetőleg adjuk el a meccset, mert már egyébként mindenki más lejátszotta. Csak az a helyzet, hogy nincs miért eladnunk, mert amikor az utolsó helyen fityegünk itt a végén, mint a, nem is tudom, a Pávián farkán a bojt, nem, neki nincs farka, az oroszlán farkán a bojt, akkor így nincs mivel üzletelnünk. Tehát azt mondjuk az ellenfélnek, hogy figyelj már, ide tolsz valamennyi lóvét, és akkor leadjuk a meccset, tehát kiröhögnek.
Az utolsó mit nem tud alkudozni. Majd alkudozik szépen ott az első egy pár helyezett, tudjátok, hogy kikről beszélek, ők majd fognak alkudozni, még nem most, majd később, de mi nem vagyunk abban a helyzetben. Tehát, hogy ezt mind kérdezted? Persze. Tehát, hogy így majd nyugodtan lehet úgy tudom én, így szombaton játszani egyszer ilyen normális időpontban, meg mi az a kretén hétfő? Tehát, hogyha úgy sincs VAR kocsi, akkor mi a faszért? Tehát akkor nem érted a dolgot, hogy miért kell ide rakosgatni, mert hogy azt tudom, hogy ebből a varkocsiból nem tudom, ilyen limitált példányszámban vannak, és akkor egy napon nem lehet csak X mérkőzést játszani. Mondjuk azért így megnézném, hogyha MTK-ban van egy mérkőzés, meg Fradiban van egy mérkőzés, meg Kispestben van egy mérkőzés, meg Újpestben van egy mérkőzés, vagy ez a varkocsi, mondjuk nem tud egy ilyen 12,5 perc alatt átérni egyik helyről a másikra, de... Szóval, na mindegy. Szóval ez volt a mérkőzés. Az Zalaegerszeg megérdemelte egyébként ezt az egy pontot, mert ők azt csinálták, amit kellett. A Solymosi megérdemli azt, hogy én azt mondjam rá, hogy egy kretén. A csapatunkra meg azt mondjam, hogy egy tartás nélküli szarbanda. És akkor ennyi az egész. És nyilvánvalóan most, hogyha megnézem, most ráklikkelek, tabella. Megelőztük a Gyirmótot. Hello! Tehát egy betegség nevű csapatnál jobbak vagyunk egyel. Hát, basszus! De ez csak azért van, mert mi, nekünk jobb a gólkülönbségünk. De hát azért 6 mérkőzésen 3 pont, hát az olyan vérszegény, hogy gyakorlatilag aki ilyen vérszegény, azt már nem mentik meg az orvosok. Arra azt mondják, hogy földet rá. Ne vicceljünk már. Egyébként az Zalaegerszeg vérgyenge volt. Nagyon sajnálom egyébként pont az Zalaegerszeget, mert és a Wagner Robertet is. Nem, én nem tudom most azt eldönteni innen és ebben a pillanatban, hogy a Wagner Robert mennyire jó edző vagy nem. Én kezdem azt látni, hogy úgy igazából nem. A másik meg az, hogy ő sem meccselt jól, a Zalaegerszeg sem volt jó. Egyébként egy semleges nézőnek akár jó is lehetett ez a mérkőzés, mert így oda-vissza ment a labda, meg így volt így lendület, meg így nem tudom. Csak ugyanezt egy megye kettőbe is érezheti az ember egy pár sér után, tehát azzal nincsen baj, de ezt NB1-nek hívják elvileg. Amire ez a mérkőzés erre a névre például nem szolgált rá, de azért mondhatnék másokat is, mert mondjuk szóval a Fehérvár mérkőzése az ilyen MBZ volt szintén, tehát hogy ne vicceljünk, de mondhatnék mást is, tehát most nem akarom én így kiszúrni magamnak így a Fehérvárt, mondhatnám itt a Kispestet is, mindegy, szóval, hogy tök botrány, de az a lényeg, hogy előre léptünk. Már a 11-ek vagyunk. Azért érzitek a súlyát. Úgyhogy ennyi volt a mérkőzés összefoglalója a részemről. Ha akartok, kérdezhettek, de nem lesz más véleményem. Köszi, Szabi. Hát kedves nézőink, így most szerintem ne csodálkozzatok azon, hogyha semleges térfél szerkesztői isznak komolyan mennyiségben, mert azért hétvégente Szabi szerintem most csak vagy 5-6 meccset nézett meg, és még most is itt van, úgyhogy legalább emiatt is iratkozzatok fel. Tényleg, megnézzük helyettetek. Vigyázz, Szabi, az a Belidzét, egyszer-egyszer, hogy rákattintottam ugye a másik monitoron, ezt szarba rugdalták. Tehát semmi más nem láttam, csak hogy éppen áll föl. Bármikor, amikor éppen oda kattintottam. Hát igen, de ez a szellemi sólyom, ez így nem bírta felfogni, hogy itt most itt talán lehet, hogy nem kellene hagyni, hogy eltördeljék a csontját. Meg amúgy is egy grúszar, hát menjen a pokolba. Nem fogta agyilag itt igen, jó, mindegy, nem mondom még egyszer a nevét, mert a végén még így reklámoznám. Na de úgy látom, hogy Norbi is fél szemmel követte a találkozót, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy ő hogyan lát. Így van. Az NB2 alatt konkrétan azt néztem, mert engem érdekelt az újpesti mérkőzés, és azért érdekelt,
És hát elárulhatod, hogy az MB2 meg nem érdekel. Most, igen. Nem, azért, mert az most árultad el magad, hogy leszartad az MB2-t. Félfülemen ment. Áruló. Félfülemen ment. De nem azért, mert én vártam azt, hogy az Újpestnek meg az első győzelme, és csalódnom kellett, mert nem lett meg. Mert egyébként nem az Újpest jobban játszott ezen a mérkőzésen, amit láttam itt az körülbelül a 20. perctől, nem, az elejétől kezdve ment. Hát, majdnem végigkövettem a mérkőzést, ahogy kisebb kihagyásokkal. Tehát jobbnak tűnt az Újpest, és ugye vezetett is az Újpest 1-0-ra, majd egyenlített az Alegerszeg az emberelőnyben, ugye már. Bár egyébként én szerintem ez a piros lap, hát ez inkább narancssárga volt, mint piros. Lehet egy erős sárgával is, hogy még egy kiállítással, hogy még egy ilyen is, vagy bármi a kiállítalak, lehet, hogy jobb lett volna. Tehát meg volt az ütőmozdulat, az a baj, és nem tudom, hogy ezt nézte az edző, a játékosztató. Tehát elképzelhet, hogy ezért. De az Újpest nem rodjant meg az egyenlítő gól után se, és ő ugye Croissan jelezte, hogy jó a fával, hogy itt az Újpest, és nem jött is a gól. Hát azért az egyéni megoldás, a Croazé, igen, most, hogy Croissannak hívtam. Szóval a Croazétól nagyon szép volt, ahogy odaadta a... Kinek is adta oda a labdát? Segítség. Bielosnak. Na, szóval hogy odaadta a Bielosnak, az szép volt. És a Bielos is csinált egy ilyen csinált, és hogy előtte ilyen jó, szarul, ütemtelenül pattogott össze-vissza, az bevánszorgott. Azt láttam, hogy örülnek az újpesték, egy gyerek itt fogja a telefon, ott van, bazd meg! Na, mondom, jól van, írtam is 2-1, Józsi sírja, megérdemelte az Újpest, na, mindenki, hogy hívják, én is már készítettem a tollat, hogy kipipálom a gólt, nekem az meg lett, mondjuk. És erre fölnézek, 2-2. Átmondom, ilyen nincsen. Szóval én nem tudom, hogy lehet, hogy nem tudom, most fölteszem a kérdést neked, Szabi, és egy igennel vagy egy nemmel, de ha gondolod, akkor több mondatban is válaszolsz rá, de önnek lefőtt a kávé? Most itt telibe megkérdezem. Nem, ez nem edzői kérdés egyáltalán. Ez annak a kérdése, hogy lelketlenül úgy, hogy nem tudod, hogy mi az az Újpest, csak így valami pénzt adnak, és akkor te meg valamit csinálsz a pályán, ez úgy nem megy. Mert amikor 2-1-re vezetsz a 92. harmadik percben, akkor utána, és még van hátra 2 perc, utána mit csinálsz? Utána felszántod a pályát, és eltöröd az ellenfélnek a lábát. És nincs más feladatod. De ti és mi nem történik meg, hanem ugyanúgy búziskodunk tovább, mint azelőtt. Hát ne, adjuk már ezt. Világos. Jó, köszönöm szépen. Köszi, Norbi, köszi, Szabi. Hát mondanám, hogy most már várjuk, hogy az Újpest mikor kezdje el a 3 pontokat is gyűjteni, de hát szeptember 26-án pont a Ferencvároshoz látogat, úgyhogy lehet, hogy az első 3 pont még kicsit várat majd magára, de hát meglátjuk. Nem, egy Terence Trent derbin minden lehet. Bocsássatok meg, az Újpest 100 milliárd éve nem nyert az Üllői úton. 1-2 a csapatnak nem megy, mindig idegenbe jön az első győzelem. 3, utána egyébként a Fradi nemzetközit játszik rá 3 nap. Tehát, vagy 4 napra. Tehát, hát meg úgy lesz. Tehát Boli góljával nyer a Fradi. Nem. Meg még egy Boli szempontot... nem fog játszani még egy Fradi. Még egy szempontot nem említettél, Norbi, hogyha így a legközelebbi Komáromnál így átmész a hidon, van egy másik ország sajnos, ahol vannak fogadóirodák, tudod? Tehát csak mondom, nem tudom, hogy mit csinálnak ott, nem azért. Sőt, világos, kérdeztem. Én értem, mire gondolsz. Sőt, kérdezted, igen. Igen, tehát kérdeztem is, de nem tényleg, tehát ha most belegondolunk, azért én például az Újpestet is tök előre vártam, mert egyébként a Bázel ellen teljesítmény is, meg amit láttam a nemzetköziben, az engem speciál arra sarkalt, hogy az Újpest, na, baszki, nem is játszik rossz focit. Jó, kombinált, Debrecenben is. De várjál, az ember egy rohadt erős. Ez egy Bázel. Hol a fogadóirodákban, vagy hol alatt, vagy erős. De nem, egyébként tényleg, tehát például amikor Debrecen ellen játszott az Újpest, ott is az Újpest szerintem az első félidőben tök jó játszott.
És az, hogy azt láttam az Újpestnek, most nem azt mondom, hogy olyan, mint a Vidi volt az elmúlt időszakban, mert a Vidi most már azért több mint 45 percet is tud jobban játszogatni, jól játszani. Szeremjük, hogy egyre többet egyébként. De hogy az Újpestnél azt látom, hogy van tényleg speciál 30 perc, ami futball, ami jól néz ki, és van 60 perc, ami hát még ott van, mert le kell játszani. Tehát jó, csak abban 30 percben, hogyha lövünk 3 gólt, nincs gond, csak nem hát, lövünk, igen. Ez az egyik. Igen. A másik pedig az, hogy abban a maradék 60 percben nagyjából kiegyenlített a játék, csak hogyha van 3 perc, amikor nem vagyunk ott a szeren, akkor 3 gólt kapunk is. Hát, és ezt így nem lehet, és itt van az, hogy hát egyrészt, amit már régóta mondok, minőségbeli problémák, de azon felül pedig az elkötelezettségnek a hiánya, tehát az, hogy így nem tudom, hogy milyen színű a mezem, ami rajtam van, az ezért furcsa. Ha már itt tartunk egyébként a kupában, mit vársz az Újpesttől? Most, hogy ugye most megint nem sikerült nyerni. Szerinted ott lehet győzelem? Ja, persze, arra mindig rámegyünk a kupára, mert az egy ilyen, egy NB1-es csapatnak az viszonylag egyszerű, mert ilyen pár mérkőzés, főleg most már pár mérkőzés alatt oda lehet jutni, és akkor még a vaktyúk is talál Szeget, és akkor mit tudom én, kupagyőztesek vagyunk, és elindulunk, és akkor mit tudom én, a ma még nem létező, de holnap után már megalapított állam vezető csapata ellen, vagy tizediki ellen még akárki is eshetünk. Tehát, hogy... Hát én azért kívánom, hogy azért az Újpest is szedje össze magát, mert azért egy jó Újpestet azért mindig jó megverni, nem csak a 9-ben, hanem Fehérváron is. Meg még egy utolsó gondolat, aztán tényleg hosszú voltam, és tényleg befejeztem, hogy nem tudom, hogy mikor várható nálatok egyébként. Ugye most azért kérdezem, mert ugye Debrecenben volt egy ilyen nagyobb megmozdulás a szurkolói részről, ugye ott a táborok elmentek szurkolni idegenbe, és egyébként jól is nézett ki, hogy ennyi drukker elment, hogy mikor várható nálatok egyébként olyan, hogy így újra egy ilyen nagyobb szurkolói megmozdulás, melyik idegenbeli meccs, Fradi ellen esetleg lesz valami? Fradi ellen biztos, mert idegenben egyébként, vagy idegenbe egyébként ellátogat a társaság. Itthon ettem, tudom, hogyha majd megnézitek a meccset, ne nézzétek egyébként meg, de ha mégis megnézitek, akkor tekeritek bele, és a hazai szektorra így zoomoljatok rá, ott fogtok látni ilyen betont, meg székeket, meg ilyen ilyesmiket, de embereket nem. Igen, szóval ez a döntés, de idegenben aztán más a helyzet. A másik dolog, hogy szeptember végén, mikor nyílnak a völgyben a kerti virágok, akkor majd egyébként ettől állítólag sokkal nagyobb dolgok fáradt, és a szurkolóknak itt nagyon oda kell hatni, de ez majd így a jövő zenéje, úgyhogy ezt majd meglátjuk. Akkor egészségetekre! Úgy van! Ezt kíváncsian várjuk, és... Azt írd meg annak a srácnak, aki állandóan írogatod. Hát remélem, nézd, akkor nem kell írogatnom, mert egyébként már ne gonosz vagy, Domi. Leszárod az ujjam. Én írok neki. Nagyon igen, kedves vagy, köszönöm. Megírja, hogy neki erről fogalma sincs. De egyből látod, de hiba volt az, az, amikor a kis ujjamat nyújtam, és a karomat is akarta utána már. Na mindegy. Ezúton is köszönjük az üzenetet a Facebook csatornán keresztül. Ha nem tetted meg, te is küld nekünk egy kérdést. Igyekszünk megválaszolni. Némelyik kérdést nem igazán tudunk értelmezni, nyilván. Mert nem tudom. Tehát itt volt ilyen Mr. Originality, meg nem tudom milyen kín, milyen mez volt, és hogy ezt nem-e tudjuk. Majd javaslom nektek is, kedves szerkesztőtársak, hogy nézzetek be néha a Facebook postafiókba. Tanulságos. Rém tanulságos. Na de, ha már így akkor körbeérve a 6. forduló kapcsán az NB1-ben azért még volt 2 találkozó, csak úgy érintőlegesen említsük meg, hogy azért Paks MTK 3-2, 3-0-ás paksi vezetés után, hogy némiképp felállni látszott az MTK. De nem nagyon jött össze teljesen, csak kicsit. Hát továbbra is
értetlen ez az egész, ami tényleg, hogy Norbi is fogalmazott, ami MTK alatt fut per pillanat, ugyebár azért van jó pár tehetséges játékosuk, de nézegettem, sem B3-ban nem igazán játszanak, legalábbis a magyar nemzetiségűek, se az NB1-ben, lehet, hogy sérülés, nem tudom, minden esetre valami nagyon nem kerek a Hungária körúton se. Hát nem tudom, hogy mennyire volt jó választás továbbra is az olasz szakember kinevezése, egyelőre nem úgy fest, és akkor még szerintem nagyon finoman fogalmaztunk. Azért a kapus majd, ha van, de mennyire egy edzésre is azért. Hát, ha meg fogja tudni a labdát. Szabi bemásolt egy képet, hogy nézzem meg. Hát maradjunk annyiban, hogy erősen fogható volt. És akkor gyengén fogalmaztam. Hát igen, tudjátok, amikor jön a labda, és akkor úgy csinálsz, hogy... És akkor ment el a labda, amikor itt van a kezed. Tehát a... Atya úristen, ki most el? Játszott gyerekek. A táló most? Lecse, ki táló? Táló. Játszott. Kezdő volt. Igen, mert állítok, több kiló jéggel jelent meg a lábán, utána a kommentadóre állástól nem messze. Ez egyébként semmit nem jelent, szerintem, mit tudom, melege volt. A térdének. Hát igen, ott volt neki melege, mert melege van. Oké, bocsánat. Kevesebb Bengét kell fölkelni. Emiatt egyértelmű, hogy ezek alapján Michael Jordan rajongó, mert az öreg Michael is azt csinálta már a karrierje végén, mindig jegelte a térdeit meccs után, úgyhogy biztos, hogy a táló is az. Persze, mert egyébként, ha nem jegeled a térdet, akkor soha nem megy tönkre, és akkor nem hivatkozhatsz arra, hogy már nincsenek lábaim. Tehát, hogy ez így tök jó. Na, menjünk a következő meccsre, mert ez a... A kisvárdai csoda. Ja, tényleg. Azt mondjátok, hogy a Nerbi Kant és a pár Nerbor találkozója az egyenis zárult. Gyaka... Meccset nézte valaki? Gyaka Várdaló legy. Hát figyelj, én egyébként voltam olyan állatkínzó, hogy megnéztem, és így... Őszinte részültem. Azért az a kemény. Tehát ez... Én most néztem NB2-es meccset is, és jó szórakoztam. Ja, nem volt jó meccs, csak jó szórakoztam. És Szabé, lassan megkérdezem, hogy te hétvégén fekvőbeteg voltál? Szabit megzavart ez az indián nyár, és úgy volt vele, hogy gyerekek, hát hideg van, én nem megyek ki. Megkapcsolta a klímát 15 fokra, hát hideg van. Elmentünk egy koncertre, ami után elfáradtunk egy kicsit. Én voltam a sofőr, úgyhogy én nem. Tehát ilyen, én... Meg lehetett nézni a hétvégén. Na, de hát hogy visszautaljak egy kicsit egy korábbi beszólásomra, a bebaszásnak se hallottam még a szinonimájaként az elfáradtunkat. Fiatal vagy. Tehát amúgy nem tudom, néha felmerül bennem az a kérdés, hogy te mennyire utáltad magad, hogy elmész koncertre, úgyhogy te vagy a sofőr, és még utána nekiállsz NB1-et és NB2-t nézni. Tehát erre egy haverom azt szokta mondani, hogy szarfetisista az ilyen ember. Ráadásul a koncerten kólát ittam, amiben ugye tudva levőleg van koffein. És kettőre értem hozzá, és ötkor még így malmoztam, hogy vajon mikor fogok én elaludni. És de az M4 sporton biztos volt valami NB1-es meccsnek az ismétlése hajnal. Gól 3. El tudtad magad. Persze, így nézegettem én mindenféle ökörséget. Volt olyan, hogy ráklikkeltem valami, és volt valami spanyol bajnok, hogy a Real Madrid játszott valami, nem tudom, akárkivel. És így rájöttem, Vigo. És rájöttem, hogy nekem ez nem kell. Gyerekek, én legalább egy éve nem néztem ilyen olyan mérkőzést, amit nem magyar csapat játszott. Amiben gyorsan futottak. És olyan jól vagyok, mert igen, mert ugye romlik a látásom, és nem látom, hogy hol a labda. Viszont amikor magyar meccset nézek, mindig pontosan képbe vagyok. Ez jó. Ezért jó a YouTube-on a stream, mert ha utólag visszanézed, akkor a sebességen tudsz fokozni. Tehát. Igen, egyébként, és rájöttem, hogy a jégkoronggal korábban az volt a probléma, hogy én nem látom, hogy hol van a pak. Na most ez megkezd elterjedni a focira. Előbb-utóbb marad a curling, gyerekek. Tudjátok, mennyire szeretem. De tényleg, mi lehet a titka Kisvárdának?
Egy a lényeg, kettős ember hátrányban. Most hátra nézek, hát tud valaki segíteni. Kertbe. Ugye, kettős ember hátrányba kerülsz, úti nyerő taktika. Csak mi vertük meg őket. De tényleg, hát ilyen hogy van? Tehát 6-ból 5-öt nyert a Várda, tényleg, most idézni a Crawfordnak az egyik gifjét, egy pillanat, hogy dolgok, amiben nem hittük, hogy valaha lesz valami. Repülőgép, autó, Kisvárda első az NB1-ben. Tehát... Egyébként, bocs, mert Józsival mi megfejtettük, Józsi, a vendégbejárat Kisvárdán melyik utcáról nyílik? Fú, bassz meg, nem tudom. Amikor mondtad, akkor már nem voltam. Endi Vajna utca. Endi Vajna. Igen. Kedves semleges térfél nézők, igen, Kisvárdán körülbelül egy vagy két éve az egyik utcát Endi Vajna utcára keresztelték. Így van, megtörtént. Akkor már értem, hogy Schwarzenegger miért van Budapesten, mert azért jött, mert a Kisvárda fantasztikus teljesítményt neki is látni kellett test közelből, ha már jó barátjáról, Endi Vajnáról elhozték. Amikor ezt először mondta Szabi, azt hittem, hogy így a Delirium Tremensnek a hatásai vannak rajtam, de nem. De aztán átküldtem neki egy fotót, mert nem régen. És igen, és akkor eldobta a haját, és azóta sincs meg. Endi Vajna utca létezik. Akkor a stadiont el kéne nevezni Schwarzeneggerről, hogyha már Grászból kiutálták a nevét a stadionról. Ó, bazd meg! Úgy, vagy Rambó stadion, vagy mi? Nem. De legyen akkor fekete tojás, mert hogyha Schwarzenegger mondjuk, vagy fekete tojási, hogy olyan magyaros legyen. Figyelme, és van folyó izén? Kisvárdán egyébként? Vagy valami víz van? Ilyen folyós víz? Hát a stadiont egy mocsárra építették. De az nem folyik. Folyós víz van. De van-e most, ezért Dumájnál, van-e most folyós víz kis? Van. Akkor az meg hát legyen. A csapból szokott, igen. Akkor nem, az lehet, az... nem lehet semmit se elnevezni Rio de Janeiro-nak. Vagy miért vagy kell ahhoz folyós víz? Várjatok, nem elég, hogyha van egy disznó, és akkor Rio de Janeiro nevezik el. Na, elég a szarszó viccekből. Igen. Na, én csak annyit akartam mondani, én annyit néztem a meccsből, hogy amikor mentem az Eto'o meccsre, hallgattam a Sportvilágot, és ott pont a beszámoló volt erről a meccsről, és akkor Bumba nyilatkozott, fordította ifjak nézi Jenő, és tök lelkesen mondta, hogy ez volt élete legszebb gólja Magyarországon, és annyira felcsigázott, hogy megnéztem, és nem értem. Hát az gyakorlatilag, amit Lipták produkált az Eto'o ellen, egy gyertyafejesből kapott labdát a román csávó. Igen, és akkor visszarúgta. És ezt bevágta. Hát bazd meg, de nem volt semmi extra benne. Neki ez a szép. Mert lehet életzésen soha nem bírta berúgni, és ja, lehet. Volt ő már nagyobb volt ennél szerintem. Ez ilyen szájában ott mondat volt, mert én ezt talán pont hallottam, amikor ment az Inter, és hogy eleve így tette fel a riporterek, és hogy ja, ugye ez volt életed legszebb gólja Magyarországon, ugye? Igen, csak ő meg ilyen jó fejó akart lenni, jó? Már hülye gyerek akar legyen neked igazat. És egyébként a riporter angolul beszélt, és Knézi fordította a nézőknek, hogy mit mondtad, hogy ebből már jó nem sülhetett ki. Na, egyébként rátérve... És valaki lefordította a Knézit magyarra? Ja, hát az igen, az külön tolmácsket. És várjál, és a riporter eleve a Rio de Janeiro volt, aki pedig... Brazílból fordította saját magának angolra, és így kérdezett. Brazílból! És akkor, igen, és akkor ott volt ez a, hogy hívják, a Bumba, az milyen? Az ilyen... Olá! Igen, én sejtettem ilyen olá, valami havasalföldi kertén. Igen, olá, olá! Olá, todos! Olyan nevek vannak a Kisvárdán, mint a Albán vágatott, ez a Megacity, vagy hogy a faszba az. Megacity! Igen. Gym City. Én azt hittem... Én már várom, de remélem a Fradi tényleg leigazolja Izmail Gecit. Az mindent minden basz meg. Egyébként mindenkinek olyan meze lenne, mi? Egyébként ezt a... Várnám a speakereket, amikor... Várjatok! Izmail Gecinél a labda! Egyébként ez úgy van, ez a dolog, hogy... Várdán nem ez az elsődleges kérdés, hanem az, hogy viszik-e az autót, vagy nem. Azt azért tudjuk. A kölcsönautókat, ja. Na persze, tehát, hogy... Hát viszik, csak nem hozzák vissza. Hát így van. Hát így van, mert az kínos, amikor még a trélert is kifizeted, meg aztán kiderül, hogy kiszedték belőle a műszerfalat, meg kellett otthon,
meg ilyenek, azért az úgy kínos tud lenni anyagilag. De egyébként pont az albán meccs kapcsán jutott eszembe, hogy az albánok bal hátvédje Ismail volt, és akkor az ő fia lenne Ismail a geci. Ez már kicsit ez már minden, csak nem a Kisvárda felcsúlt meccs. Egyébként ennél csak egy gázabb volt, amikor a Petriákot fotózták videótól mezbe és Fradi papucsba. Hát, egyébként a... Kényelmes volt a lábára. Adidas az, mondjuk az a szürke fazon, de most tényleg az Adidas a szürke fazon, a Nike meg széles, és a Petriák szélesebb fazon a kényelmes, és ezért hozta el a papucsot tőletek. Így van. Erre nem gondoltok? Ez már termék megjelenítés. Igen, egyébként az Ismail szerintem nem jól lejtjük, mert Ismail, és ez valójában egy kérdés, hogy egyébként ez tényleg levél? Vagy... Csak a folytatás a vezetéknél az egy kicsit ilyen... Jó, mondjuk, folyós, tegyük hozzá, hogy a Dunaszerdahelynek az új kameruni válogatott játékosa az Belgiumból került kölcsönbe, de azzal az apropóval, hogy azt hiszem, hogy leigazolt a Bruges, és az első munkanapján Anderlecht mezbe ment. Hát úgy ráérzed. Nem, várjál, Antwerpen bement, Anderlecht mezbe. Hát, és a igaz, az sokkal következő edzésen meglátogatták az utak, és most tudjátok, hogy ez kicsoda, aki most leigazolt Dunaszerdahelyre. Azért mondtam. Ja, azt nem figyeltem. Nem figyelsz. Na majd már itt azon pörgök, hogy el ne felejtsen, mit akartam mondani, amit 6 perccel ezelőtt. Igen. Na, mondja. Szólítottál át rám, hogy én vagyok, csak már itt mindenről van szó. Szóval, mi lehet a siker titka Kisvárdán, azt nem tudom, de viszont a sokat szidott scooter révész azért, hát el kell ismerni, hogy jó munkát végez. Tehát, hogy szerintem ott a szakmai munka, az most jelenleg kifogástalan. Mióta az asszonyok tudják a dolgokat, azóta minden jól megy. De pont ezt beszéltük a saját Lokis műsorunkban is, Sivóval, hogy mi lehet Kisvárdán. Én megmondom őszintén, irigylem azt a munkát, ami ott igen. folyik. Tehát, hogy én elcserélném a Tőzsér Daninkat révészre. Hát, és... Jó, hát Tőzsér Danit egy háromlábú hintalóra is elcserélném. Az most mindegy, igen, de hogy azért tényleg ércelődtünk rajta, de el kell ismerni, tényleg ott munka van, és ott nem a saját zsebre megy a dolog, hogy minél jobban járjunk, hanem hogy tényleg abból legyen látszat annak, amit csinálnak, úgyhogy hát ezt el kell ismerni, hogy jó, amit hát, csinálnak. Amióta a nők tudják, hogy mi a dolguk, nem a férfiak nem szopnak. Tehát, hogyha minden szinten, minden csapatnál a szintjüknek megfelelő munkát elvégeznék, úgy, mint a révész, tényleg sokat köszönültük a nyelvünket rajta, de baszki, tényleg ott vannak elől, akiket hoznak általában bejön, ott beválik az igazolás, szerintem árérték arányban biztos, hogy jól járnak. A hírek szerint azért nincs ott olyan bőlére lesztve a NER pénz, tehát hogy pénz. Azért nem folyik a csapból is a pénz, hanem azért szerényebb körülmények között. Tehát a hírek szerint még a mi költségvetésünk is nagyobb, amit azért kicsit kétkedve fogadok, de hogy tehát akkor fogadjuk el úgy, hogy mondjuk hasonló a büdzsé. És hát azért, más, amit ők kihoztak belőle, az mérföldre. Igen, másra költik. Mert van ott ahol pénz, csak ők tudom, az ukrajnai magyarságra és a többi, ő nekik az utánpótlásban nagyon sok pénzük van. Tehát ők ezzel nagyon sok pénzt keresnek. Sok kicsit. Igen. Igen, tehát azért mondjuk el, hogy mondjuk az összes kreténségünk ellenére azért mondjuk még, hát ha még az NB1-be se adnak ingyen egy első helyet, valljuk be. Másrészt meg azért tényleg ott van az utánpótlás. És tényleg mi azért így poénkodhatunk ezen minden, de azért az eredmények őket igazolják egyrészt. Másrészt azért, és ezt nem, most nem a, hogy is mondjam, az ő degradálásuk okán mondom, de azért majd várjuk meg a végét, ugyanúgy, ahogy más csapatnál is elmondhatnám ugyanezt, tehát azért majd nézzük meg, hogy ez hogy alakul, hogy így tényleg a szünetben hány játékos viszi haza az autót, és akkor most kinek fog fájni a torka, meg fejezi be abba a labdarúgást végleg, vagy nem. Meg... Nek tavasszal a váratlan eredmények. Igen, most ezt... Foga, Szabi, igen. Foga. Igen, ez kérdezte, ja, a foga, Józsi, te meg ezt kérdezted. Igen, persze. De minden esetre.
Ugye azért mondtam én azt, hogy ugye miért játszunk mi utoljára, amikor egyébként nekünk nincs alkupozíciónk? Hát játszon utoljára a Kisvárda. Nem? Mert ott legalább van alkupozíció, mert legalább azt el tudták érni, hogy lehet alkupozíció. És ezt kérdezem csak úgy. Lépjünk tovább. Hát igazából körbeértünk, nem tudom, Balázs kérdezem ilyen tekintetben, most tippeljünk, vagy ne tippeljünk, hiszen most ezt a hétközi érkezi... fordulóra tippeljünk, NB2, meg esetleg a kupa az érintett meccseken. Na jó, kezdj. De az ilyen játékon kívül, tehát hogy az a Discordos tippjátékban is a kupát, azt nem muszáj. Akkor a Discordosok forduljanak el, vagy kapcsolják ki a készüléket. De az NB2-re tippeljenek a hétközire, mert azt láttam, hogy ki van írva. Jó, hát akkor, ha minden igaz, akkor szerdán fogják a 8. fordulót az NB2-ben rendezni. Minden mérkőzés szerdán lesz, és ha jól látom, hát egész érdekesen alakulnak az időpontok. Délután 4, délután 5, és délután 6 lesz. Hát természetesen egy meccs lesz 5 órakor, ami tévés. Mindegy. És tippeljünk akkor. Hát valakinek biztos. Na de ha már Domi így meg... direkt. Igen, igen, direkt. Igen. Ha már így lágy baritonoddal belebuktál a mikrofonban, akkor Akvitál FC Csákvár. Győr. 0-3. 0-3. Józsi. Én is 0-3. Szabi. Konszenzus 0-3. Norbi. 0-3. Balázs. 2-2. Na jó, akkor most megállapítom, hogy fölösleges lejátszani a mérkőzést. Balázs annyira kisebbségben van, hogy majd azt hagyjuk. Hogy én fogom eltalálni egyedül? Ja. Én azt mondom, hogy egy-egy. És akkor van még nekünk itt egy Kecskemét Budafok. Szabolcs, mi a tipped? 0-2. Norbi? Melyik meccs volt még egyszer, bocsánat? Kecskemét Budafok. Szerintem nyer a Kecsú 2-1. Domi? 1-1. Józsi? Szintén 1-1. Balázs? 2-1 Kecskemét. Szerintem pedig 1-0 Kecskemét. És akkor a kereti rangadó Diósgyőr, Nyíregyháza. Norbi, most veled kezdjük. Köszönöm szépen. 1-2. Én mondtam, hogy én a Spari mondtam, szerintem a Spari jó formában van. Igaz, legyél következetes, így van, köszönjük. Balázs? 1-1. Szabi? 3-3 botrány. Józsi? 2-2, mindenhol lesz kiállítás. Jó. Domi? 2-1. Én pedig azt mondom, hogy 1-1 lesz a találkozó. Emődi Zoltán, köszönjük Zoltán. Zoli szerint 5 ő azt mondaná, hogy megpicsázzuk a tirpákokat, és ennyi. 3-0. És meg a nőiket is elvesszük. És ráhúzzuk a villamos áramszedőjére. Őket. Na akkor, Magyar Kupa, Balázs, ha már így megóhajtottad. Veszprém, Debrecen. Szabi, mi a tipped? De 0-5, hát hagyjuk meg. Jó a Veszprém most. 0-2. Norbi? 1-3. Domi? 1-2. Balázs? 0-2-t mondok én is. Én pedig 0-3-ra tippelek. Az összes NB1-es tippeljünk, vagy csak az általunk érünk? Csak a saját csapatunk. Jó, hát várjál, még azt ki kell keresni. Lesz egy Nyíregyháza honvéd. Ó, azt hagyjuk a végére. Jó. Tiszakécske, Újpest. Ó, Józsi. 1-4. Norbi. 0-3. Domi. 0-3. Balázs. Szintén. Szabi. Az szintén az milyen? Na minden. 0-3. Szóval 0-6. Én pedig azt mondom, hogy 0-4. Hú, ez már nem tudom melyik Sopron, valamelyik a sok közül. SC Sopron, Molfehérvár FC. Józsi, most Mátyus kinevezték. Ez most az? Jó. 0-3. Szabi? 0-6. Hát ne vicceljünk. Domi? 1-5. Balázs? 0-4. Norbi?
legyen igazatok, de kórház a város szélén a csapat, én szerintem 1-3 lesz. Nem lesz az annyira sima. Hát azért a Sopron se túl a célos, ettől függetlenül azt mondom, hogy 1-4. Hú, DVTK Szentlőrinc. Józsi, mi a tipped? 2-1. Szabi? 3-0. Norbi? Állam 2-0. Domi? Tudjuk, hogy a Szentlőrinc ráment a bajnokságra. És egy 3-0. Beáldozzák a kupát? Beáldozzák a kupát, igen. Pedig már készültek Észak-Macedóniába, a konferencia ligába. Balázs? Horvátországba készültek ott. Én szerintem 3-0 lesz. Hú, kimaradt még. 60 Fradi. 60 Fradi! Pedig abból egy is sok. Nem volt 60. Szabolcs? 60 Fradi. 0-8. Norbi? 1-9. Domi? 0-5. Balázs? 0-6. És természetesen Józsi? 0-2. Nem láttátok, hogy már játszottunk a 60-nal. Mikor? 82-ben? Hát egy pár évvel ezelőtt is majdnem sikerült. Ja, tehát nem a 80-as évben, akkor majdnem feljutott a 60 az első ligába. Nem, én nem vagyok... Akkor mi játszottunk velük, de ezt hagyjuk. Ja, igen. Nem akartam sebeket feltépni. Én meg azt mondom, hogy 0-6 lesz ettől függetlenül. És akkor, ha minden igaz, majd Balázs legfeljebb kijavít, hogyha esetleg valakinek a csapatát kihagytam, na minden igaz, akkor már csak egy Nyíregyháza honvéd maradt. Akkor kezdjük Balázsra. Meg az Eto, nem? Azt is mondom. Ja. Akkor még egyszer Nyíregyháza honvéd. Addig kikeresem az Eto. Nyíregyháza honvéd. Nyíregyháza honvéd. Szerintem ez hosszabbításos meccs lesz. 1-1. És a Kispest valahogy tovább bukfencezik. Tizikkel vagy hosszabbításos góllal. De 1-1-et mondok. Józsi? Ima 2-0 a Nyíregyházának. Szabi? Balázsról értek egyet, teljes mértékben. Én reflektárok Józsira, te se láttad még a Nyíregyházát játszani, apám. Hát, viszont láttam a honvédot. Ez igaz. Norbi? Szerintem a rendes játékidő az döntetlen lesz, és a hosszabbításban tajult a Spori. Ha mondanom kéne egy eredményt, azt mondom, hogy rendes játékidő 1-1 vagy 2-2, és a végén a Spori valahogy tovább fogja vinni. Szerintem a honvéd jelenleg ezersebből vérzik. Nem fog menni. És lesz egy első körös, első osztályú búcsúzó szerintem. Gyírmot. Gyírmot nem is tippeltünk, basszus, el vagy non vagy Gyírmot. Mert nem tippeltünk rá. Hát figyelj, van itt köztünk Gyírmot szurkoló? Hát annak oka van, hogy nem... Nincs, csak nagyon durva eredményt akarok mondani. De akkor előbb mondd meg a Spari honvédot. A Spari honvéd az 0-0 lesz, és 11-esek lesz. És mondd a Gyírmótot. Nem tudom, kivel játszik, de kikap. Ajka Gyírmót. Akkor meg főleg. Főleg, hogyha nagy... Présinger mesterhármasával nyer az Ajka direkt. Főleg, hogyha nagy Ajka van játszanak. Amúgy kihagytuk még a Pápa Budafokot is. Jó, akkor kezdjük a Moson-Magyaróvár Etóval. Józsi, mi a tippet? 0-1. Szabi? Szerintem 0-4 és botrány lesz. Norbi? Ez az M1-es autópálya rangadója, úgyhogy én azt mondom, hogy... hát... Hú, vár egy góra, jó-e? Legyen jó, 1-3. Balázs? 0-2. Domi? Nyáron 4-0-ra nyertünk, úgyhogy most is. De egyébként ez izé lesz ilyen... gépjármű, nem is gépjármű, hanem ilyen jármű rangadó, tudod, hogy Credobus, VKV, már nem tudom a VKV mit gyárt, de valami autó alkatrészt. 0-4. Én azt mondom, hogy botrány lesz meccs, nem? Nem lesz botrány. Szerintem pedig 0-2. És akkor mit hagytunk ki, Balázs? Budafok? Pápai Peruc, Budafok. Jöjj. Józsi? 1-2. Szabi? Pápa mindig nyer, de szerintem itt tegnap bebizonyosodott, úgyhogy 2-0. Norbi?
0-3. Domi? 2-4. Balázs? 1-2. Szerintem is 1-2 lesz. Hát kedves nézőinknek meg azt mondom, hogy bármire is tippeltünk, most próbálják meg ők is. Úgyhogy sok sikert hozzá ez, mert nem tudom, mi volt itt a végén, de legyen, tippeltünk. Úgyhogy én a magam részéről meg is kezdem a búcsúzást. Nagyon szépen köszönjük, hogy megint ezt a rövid kis nyúlfarknyi műsort megnéztétek itt a részünkről. És hát természetesen, még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a Semleges Térfő YouTube csatornájára. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha nem tetszett, akkor egy diszlájkot. Az már megtörtént. Valaki már meg is tette, puszikáljuk innen is. Köszönjük. Természetesen a kommenteket is várjuk a különböző témákkal kapcsolatban. Gyertek Discordra is dumálni a magyar, illetve a nemzetközi fociról, illetve egyéb sportokról, és ne felejtsetek el követni a Józsék által vezetett Itthonról Hazát se. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm az egész estés kitartó figyelmeteket. Szerdán keleti rangadó, hajrá Spari, sziasztok! Hajrá Lilák, sziasztok! Drukkoljatok a Ferencvárosnak is, hajrá Fradi, hajrá magyarok! Sok sikert kívánok Józsiaknak a Nemzetközi Kupában, és ez is a Videótonnak a kupában, a másikban, a magyarban. És ne felejtjétek el, hogy hozzájárultuk ti is a koreográfiához a Fradi ellen, illetve VTT valószínűleg a jövő héten fog érkezni a Kövesd, illetve a Magyar Kupa megbeszélésével. Én köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velünk, köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket, ugyanúgy, hogy a vlogban is, és nem tettétek, nézzétek meg, és ja, nem mondtam el a slusszpoint, amúgy én nyertem az ajándékcsomagot az ankéton. Na mindegy, ezt csak így beszúrtam. Na szavaz, teljesen véletlenül. Hajrá Videóton, hello, hello. Köszi a figyelmet, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok, hajrá zöldek, hajrá Eto! És mi volt az ajándékcsomagban? Azt mond még el. Kaptam egy 80. születésnapos karszalagot, egy 80. Ez már lekeveredett, Balázs! Mögrét, kaptam egy 80. sejemszálat. Ilyen 80. veled az úton. A stílusos, egy töltény lett volna, de mindegy, hagyjuk. De már ne jössd félre, Rossi, hogy Norbi, nem úgy. Tankoló kupon lett volna. Életem végéig ingyen tankolok a mólón majd, mi? Legalább egy galló benzint adnának, bazd meg, amilyen drága. Egy meszt nem tudtak adni. De, csak azt nem én nyertem. Ja, hogy az egy másik van. Apofátlanja, valaki csak elvitte. A VTTV-ből a másik csávó amúgy beszél. Micsoda véletlen! Megvették a véleményeteket! És amikor várjál, kiúzták, az Nikó de azt hagyja, az tehát így ilyen átlátszó gömbbe volt. Nem! Kettő darab ilyen! Hát nem gyerekek, ketten voltak az arkéban. Képzeld el, amikor a Nikolics kiúzta a nevemet, és mondta, hogy egy Gresó, azon mondta, ha nem volt megputázva, Fesszó! Itt, mikor a BL-be sorsolok, és már csak két golyó van, és na vajon melyik lesz? Megkevered, de úgy, hogy az egyik golyót végig tartod, és úgy keversz. Na jó van, csá! Sziasztok!